I'm not afraid to die.
Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit ismét itt a Fortnite nyári ütközet döntőjén. Sziasztok! Én magam Heldeusz vagyok, mellettem pedig itt ül Jusszú. Hello, sziasztok srácok, hello, hello. Nos, hát elérkezett ez a nap is, ugyebár 2 hete volt a selejtező, akkor derült ki az a 30, jelen pillanatban 32 csapat, akik tovább jutottak a döntőbe, ők fognak most megmérkőzni. Rövidesen indítjuk az első mérkőzést, és hát igen szoros párbajokra számítunk. Bizony, bizony, és hát remek csapatok vannak egyébként, akik készen állnak most már remélhetőleg a harcra, és hát kíváncsi leszünk arra tulajdonképpen, hogy hogyan is fognak szerepelni, mint ahogy Helldeusz barátom elmondta, tulajdonképpen 32 csapat van jelen ezen a döntőben, és hát kíváncsian várjuk a folytatást. Esélyekről valamit, latolgatásként? Hát ugyebár volt néhány csapat, akik elég magas pontszámmal jutottak tovább, 500 plusz pont, ami Bizony. bődületes, mert rengeteg Igen. kiük volt egy-egy mérkőzésen. Igen. Az esélyegyenlőség miatt a pontokat nulláztuk, tehát mindenki nulla pontról indul, azok is, akik 130-140 ponttal Bizony, jutottak be, bizony. és azok is, akik 500 plusszal, hogy Igen. ebből ne legyen probléma. Hát meglátjuk, hogy hogyan sikerül nekik. Úgy, kik is voltak? Firni, azt hiszem, Hát és Fírnék talán voltak, igen, Szatyorék. MNX-ék, akiknek még MNX-ék nagyon jó voltak volt, ugye tényleg. ők azért két meccset is meg tudtak nyerni a Bizony. selejtezőben, ami nem gyenge. Viszont ha azt nézzük, ismételten egy új, gyakorlatilag mindenki nulláról indul, egy új versenyt fogunk látni, és hát itt tulajdonképpen kiderül majd az, hogy ki lesz az első, a második és a harmadik, a többi helyezett. Nagyon-nagyon izgulunk egyébként, és nagyon-nagyon jó versenyeknek nézzünk elébe, és hát én arra is kíváncsi leszek egyébként, hogy MNX-nek egyébként sikerül-e most itt is nyerniük, mert hogy tényleg az előző mérkőzéseken brutál módon bemutatkoztak, és hát az a két win az nagyon durva volt. A dupla rakétavető is nagyon Abszolút, durva úgyhogy volt. kérdés az, hogy előjönnek a rakétavetők. Nem sokára jönnek majd Rubenék ott a hátul, nyomatják majd a bemelegítést, aztán pedig nézik, úgyhogy lassacskán át fogjuk adni a szót nektek. Nagyon jó szurkolást kívánunk, nagyon jó meccsnézést, készítsétek be a kaját, piát, mert nagyon jó meccsek lesznek. Popcorn dögivel. Így van. Sok mindent fogunk látni ezen a Így mai van. napon. Nem is nagyon akarunk egyébként beszélni, mert ott majd Rubenék majd kicsit kielemzik, lesz rá idejük, úgyhogy szerintem lassacskán így van, kapcsoljuk is őket, mi pedig jó szórakozást kívánunk nektek a mérkőzésekre. Jövünk majd. Na sziasztok srácok, Ruben vagyok, és itt van velem Wasabi, ketten Hello, fogjuk hello. kezdeni itt a kommentálást. És hát neki is szegezem Wasabinak az első kérdésem, hogy mit vársz a mai naptól? Lesz-e szerinted duplázás, esetleg triplázás, tehát hogy ugyanolyan csapatok nyerik-e majd, vagy esetleg teljesen különböző témák? Hát szerintem most leginkább kettő csapatra kell figyelnünk, kettőt emelnék leginkább. Az egyik az Elevated Minds, ami ugye MNX-ből és Danogodból áll. MNX-éket láttuk a selejtező meccseknél, hogy mennyire durvák voltak, ők nyertek egy rengeteg játékot. Láttuk, amikor dupla RPG-vel csatáztak a végén, amit ugye említettek is, úgyhogy az brutális volt. A másik pedig a Play With Soul csapata lenne, amit említenék. Ők nyerték a második kupát összességében, úgyhogy szerintem Shuffer és Etire is nagyon oda kell figyelni, hogy hogy fognak itt most teljesíteni. Én abszolút egyetértek az Elevated Minds-szal, illetve még nekem hát annyira nem titkos favorit, de favoritok, ugye Irovet és Levin, ugye ők nekem nagy kedvenceim, de hát nem szabad elfogultnak lenni, szóval. Nem, meg nem. Ugye hozzá kell tenni, amit mindig elmondunk, lehet, hogy mert baromi rónalmas, de ez még mindig egy Battle Royale játék, és azért a szerencsefaktor nagyon nagy tényező, szóval. Igen, 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 ezt mindig elmondjuk, de bárki megölhet bárkit, hogyha éppen úgy kapja hátba, third partiesnek esetleg, vagy bármi is történik, akkor bárki felül, bárki fegyvere által. Igen, igen, lelandolsz és van egy szürke pisztoly egy pumperen, akkor sima megöl téged, bármilyen szintű ellenség is van veled szemben. Így van, a múltkori kupa óta nem is tudom, történt-e valami változás a játékban, talán a kocka. A kocka ugye megérkezett a játékba, és tegnap este, inkább a késői órákban meg is mozdult. Nem tudom, igen, erről, igen, igen. erről tudnak el nézők. Megindult. Valamerre megindult. Úgy néz ki, hogy hétfőn tudjuk meg, hogy hova. A kockának elég érdekes ilyen stratégiai jellemzői vannak, ugyanis egyrészt nagyon veszélyes is, mert hogyha valaki mellette áll, és azt a kockát meglövik, akkor a kocka megsebzi a játékost, aki mellett áll, úgyhogy nagyon-nagyon veszélyes ott lenni, viszont... Illetve hozzátenném, hogy most a gyakorló meccsen bementem én is, és oda mentünk a közelébe, senki nem lőtte, és úgyis ellökött magától, úgyhogy agresszívabb lett. Viszont van egy olyan tényező, ami alapján megírja ott lenni közelében, ugyanis ha mellett állsz, akkor másodpercenként egy shield pontot tölt neked. Úgyhogy ha elég időt ott töltesz, és senki nem bánt közben, akkor akár nulláról 100 shieldre Gondolod, fel lehet hogy valaki tölteni ezt ingyen. kihasználja most?
Meg fogjuk látni. Nem is 100x szerintem, de egy ilyen 20-30-40 shieldet szerintem érdemes összekapkodni, hogyha éppen senki nincs a környéken, hát ha összejön a dolog, de igen, erre nagyon-nagyon durva lehet fázni, mert bárki bárhol meglövi kockát, akkor rácsap le. Van esetleg valami tippet, hogy mire jó ez, van-e benne valami, és bármi teória esetleg tudsz elmondani? Azt mondták egyébként, olvasgattam ilyen cikkeket, meg posztokat el az egészről, és azt mondták, hogy rengeteg ember szerint a drift skinhez van köze, ugyanis neki a amikor ki van full az egész skin, nekik azok a lila villámlásai, azok pont olyanok, mint amik jöttek ki a részből, az égelévi részből, meg a kocka színe is hasonló, úgyhogy egyesek ezt tippelték, hogy drifthez van köze, de ezt nyilván nem lehet tudni még egyelőre. Hát én azt várom, hogy hasonlóan a Campfire-höz shieldet fog tölteni, és ebből egy új item lehet, mondjuk ha letörnek belőle egy darabot, egy új item lehet, ami olyan lesz, mint a Campfire, csak shieldet fog tölteni egy bizonyos körzetben. Mit szólsz ez az ötlethez? Hát erre rengeteg koncepciót látunk már régebben, például a medence. Igen. Lehet, hogy ilyesmi lesz belőle, persze lehet, hogy egy item lesz később belőle, de egyelőre elég rejtést tudok, hogy pontosan mi történhet vele. Ami nem tudom, hogy számított egyébként, de azt érdemes megjegyezni, hogy ahova először a kocka leképződött, az pontosan a régi prisonnak az egyik cellája. Úgyhogy ez nem tudom, számít-e bármit, hogy Omegához van a köze vagy ilyesmi, de ahol a leképződött, az pont a prisonnak az egyik cellája. És pont az amerikai skirmish idején jött meg a kocka. Igen. És Ninja és Lupo pedig meg is nézték, hogy igen, mi megütötték, és a turnament közepén kipróbáltak a kockát, és elrepültek. Nem haltak bele szerencsére, de repültek ennyit onnan, úgyhogy ez érdekes meglepetés volt. Hát sikerült pont a verseny idejére ezt behozni. Lehet, hogy direkt, hogy ez egy ilyen nagyobb ilyen hírverést kapjon, ez megtörtént. Amúgy szerintem igen. Marketingből jeles volt mindig az Epic. Igen, remekül csinálták. Na, de vissza, nagyon eltértünk itt a kocka, hát a kockák miről beszélnek, hanem másról. Uh-huh. Na, lassan megkezdődik az első mérkőzés, 32 csapat van. Mennyi? 32. Jó. Jó, hogy van hang? Beszéltünk? Oké. Szóval, mennyi csapat van, mert nem hall... Nem tudod, 32-t mondtál talán? Nem hall. Nem tudom, hogy nem prímszám. 32 lehet. 32, nem is palindrom. Igen, jónak hangzik. 32, jó. Oké, talán megmaradt. Itt Shady-ket látjuk egyébként, hogy landolnak. Úgy tűnik, hogy a gyári épületekhez. Shady és Finn, ugye ők nyertek egy meccset a selejtezőben. Mindenkitől elnézést egyébként a technikai problémák miatt. Itt van Levin. Ugye őt nem a streamer szemszögből nézzük, hanem konkrétan az egyik customer. Úgyhogy nem látjuk az inventóriában, de azt látjuk, hogy C4-et már talált. Így van. Ugye az már ide megkezdődik mindenképpen. Beolálták Krízit, ami érdekes. Így legelső meccsenél, hogy mindig jó utasabb szokott lenni. Ugye Levin Irovettel játszik. És nagyon úgy mozognak, hogyha Krízben nem jött volna senki, olyan nyugodtan, nem is nagyon... Nem nézelődnek. Igen. Nem szemtanak semmi támadásra, úgyhogy ilyenkor simán lehet, hogy egy teljes város magukért tudhatnak. Így van. Úgyhogy ez most egy unalmas lutalás ez, de hát ez bárhol. Micsoda lassítások, micsoda effektek. Jól nézett ki, hogy vágod azzal a petszájkkal. Egyszerűen, hogy direkt igen. Volt konkrétan. Szóval van silence, de ennyi ők nagyon szeretnek idejönni. Egyébként a selejtező alatt kétszer láttam őket idejönni. Ők nagyon. Ez egyébként baromi jó, rengeteg a fém és rengeteg a fa a raklapok miatt. Igen, rengeteg raklap van. Meg az épület, ez külön a kedvencem diszkó, mert annyi látaszkon van benne. Nagyon sok, hát alapból legfelül kettő. De a fém, ugye együttés minden fotel, az alapból 5-6 fém, borzasztó a kerítések, borzasztó jó. Úgyhogy fa és fém szempontjából is remek ez a hely, meg hát ugye a ládák is rengeteget jelentenek. És ha az ember kifogja ezt úgy, hogy csak ők jöttek ide, akkor innen rengeteg lutta lehet távozni. Néha egyébként bele fogunk srácok hallgatni abba, hogy mit beszélgetnek. Most épp valami alut nem tetszik itt a fiúknak, semmi. Hát elég, amúgy igen, szürke. A szürke fegyverek. Ott egy kék van végre. Én taktikás fokért kidobtam. Mennek itt a fegyvermegosztások. Hát...
Gondolod, hogy kilútolták volna már az egész? Ura volt, láttam a teljes városnak a másik oldalán is egy építkezést, úgyhogy lehet végeztek az egésszel. Mennek, hogy látom a portállal tovább. Rendben. Azt mondom, hogy ez vésztelés így a játékkor részek. Hát szerintem azért használták el, mert nem volt jó útjuk. Ha innen lett volna egy teljesen jó szétjük, akkor nem használták volna, akkor mentek volna szépen tovább gyalog. Elképesztően jó ez az új item, nem tudom mennyiszer használtad. Imádom, úgy szoktam, hogy ha teli az inventory, hogy elhasználom, visszaszállok, felveszem és még egyszer belemegyek. Nem is kell visszaszállni. Képzeld, hogyha elnyomod, abban a pillanatban rányomsz az cuccra, amit fel akarsz venni, berakja az inventorydba. Na ezt nem tudtam. Bizony, ezt instant teszteltem. Instant teszteltem. Úgy néz ki, hogy fátára jöttek itt a srácok. Levinék az üsszemények, ugye teljes grizzigró az övék. Éppen ütik a kocsikat, rengeteg vast szednek. Már legalább egy ilyen 200-300 vastát tartatnak, rengeteg vastát adnak az autók. Több. Lassítás. Igen, nagyon szépen futott. Persze, ez az új Spectre rendszer a játékban. Azt hallottam, hogy ezt csinálták konkrétan 10 hónapon át. Be lehetnél lassítani a játékot, és lehet ilyen szép animációkat látni. Így van. Menniük kell majd, pontosan nem láttam a kör szélét, de az biztos, hogy Greasy nincs benne, szóval mozdulniuk kell. De ugye az endgame-re gyűjtögetik a fémet, biztosak benne, hogy egy jó kis... Na, itt vannak MNX-ék, akik a legutóbbi meccseken brutálisnak látszottak. Ahogy látom skin nélkül akarják, hogyha venni a versenyt a többiekkel. Tofu skin. Ja. Na ők itt viszont látjuk, hogy állnak nyersanyaggal, 500 fa, 120 tégla és 100 vas. Ez nem nagyon rengeteg egyébként, hát, de egy azt akartam mondani, hogy vajon hova estek szerintem a stadion. A Tiltitből ez alul biztos, hogy nem. Igen, én azt mondom a stadion. Stadionra esettek. Akár shift is lehetséges, hogy onnan jöttek át ide még a házakhoz utólag. Hát az alatt már kilootolt. De azt mindjárt meglátjuk, hogy shiftet azt még lootolják el. Vagy pedig végeztek már vele. Kis shield. Ahogy látom, a fa raklapán nincs ott, úgyhogy ott valaki mindenképpen jár shiftibe. Ott a kis bódi előtt szokott lenni. Itt ahogy látjuk, hogy most MNX-et nézzük. Van shield, bandage, nincsen robbanó cucc, és bármilyen robbanó, és nincsen semmi sniperesen. Igen. Ahogy Danónál van ez slurp. Nem tudjuk, hogy milyen pick vannak ezek között a társánál, de ha nulla sniper, nulla robbanóanyag az eléggé rossz kiindulás. Igen. Itt egy szóló játékos látunk, ahogy nézem egyébként. Én úgy tudom, hogy V-Chand jött volna remixivel, vagy remixel. Azért csak 32 csapat van, 33 lett volna, de egyiküknek se jött el a duótársa, és úgy volt, hogy összeállnak. És úgy néz ki, hogy most ebben a körben még se sikerült. Megengedtük nekik, vagy pontosabban megengedték nekik, hogy együtt játszanak, hogy ne kelljen mind a kettőknek szólóba. De úgy tűnik, hogy V-Chand itt most úgy tűnik, hogy ez még nem jött össze, és inkább eljöttek szólóba, hogy pici esélyük legyen esetleg. Nyilván hátrányban vannak, de jobb megpróbálni, mint csak hagyni az egészet. Hát vagy csak valamilyen technikai probléma. Az is simán lehetséges. Igen. Úgy látom, most lootolják még shiftet, úgyhogy nem innen jöttek akkor valóban MNX-ék, hanem akkor lehet, hogy igazadban is a stadionba landoltak. Igen, nagyon úgy tűnik. 44 alive. Lassan, de biztosan megindulnak majd azért a fightok. A minigánt azt már nem sürgősen felkapta. Ott lehet majd darálni vele rendesen. Dóban nem rossz egyébként, nem rossz, hogyha az egyik pusszol, másik között tartja a folyószoróval. Így van. Hát még a NAS meccseken is láttam, a pro meccseken is láttam, használták a bőszókat, öltek is vele konkrétan így embereket, van. Úgyhogy használom az a fegyver azért rendesen. Így van. Danónál ott 3 slurp volt? Nem tudom, nem figyeltem. Nem láttam hirtelen. De jó ég, de remélem, hogy azt jól láttam, hogy nagyon ritka, 3 slurp. Hát Vécsond itt van 10 minivel, és hát kellene is fogaz neki, hogyha duókat akar leküzdeni az egész játékon keresztül. Hát igen, mert szólóban van, most a prioritása az, hogy minél tovább kihúzza, tehát igen, hogy ne bonyolodjon fájtokban a helyezés miatt. Aztán a végén hát, hogyha sokáig kivárja, akkor ő is tud találkozni Csonga tímekkel, a másik az egyik van életben, és egy rendes 1v1-et megvírni vele. Ott is a hunting. Hát nem áll jó fegyverekkel, most ez a hunting ez nagyon jól neki, hogy nem fogja, fel se veszi, fel kell se neki veszi. Az SMG, azt mondja. Meg a gránát is. Hogyha lenne egy drámgen, akkor eldobhatta volna, ugye? Tehát, hogyha lenne drámgen, akkor nem kéne AR se SMG. Így lát is egy duó-ben szaltiban, igen, egy duó bent volt. Valaki pont ugrott. Én mind a kettőt láttam, úgyhogy óvatosan kell itt most Vécsannak mozognia. De nem futott el. Azt mondja, hogy itt vadászni akar. Agresszív, de ha valahogy kinyír egy duót, akkor rengeteg tudsz lesz, úgyhogy ez egy ilyen high risk, high reward. Keresgél?
Kellenek a killek, azt mondja. Minigen se kell. Hát mi lesz ebből? Érdekes lenne, hogyha rámenne a dúr, az... Hát az pedig egy... nekem nagyon úgy tűnik, mintha keresné őket. Nem bujkálni akar, keresi őket. A vérre megy, szomjazik. Hát ha erre felé keresgél, akkor nem sokára meg is találja őket, pont itt voltak. Hát... Lefájtolni két embert. Valaki ez egyébként beszél, szerintem nem jött össze nekik a dúó. Jó, és már beszél hozzá? Én úgy hallottam. Vagy, igen, igen. Vagy a streamnek, ugye? Lehet, hogy csak simán szólok a streamen. Igen. Jaj, Istenem. Valami elégedett. Nem, pont, hogy az ellentétje? úgy néz ki, mintha egy picit passzívan keresni azt a duót. Tehát, hogy szeretné megtalálni, de azért nem belerohanni egy sarkon. Szerintem állítja a tép a streamet. Lehet aggol neki. Ja, valamit van. Egy házban üldögélek, még 40-en élnek. Igen. A társának, ez biztos a társának. Meg lesz ez top 3. Lesz, hogy meg lesz. Azért az nagyon jó, a hozzáállás az jeles. Igen. Megnéz itt a mosdót. Hard shield, az nem fér el. Nagyon fontos a gránát, hogy a dúk ellen van. Az ott egy zöld pump volt a konyhába? Csak nem. Én nem láttam. Itt balra. Ott de, van. De. Nem mondd már. Lehet, hogy Duke ellen preferálja az autó shotgun. Nem tudom. Azért én akkor itt most szeretnék felállni, és akkor el is köszönöm. Egy taktikál, egy szürke taktikál, egy pump helyet. De figyelj, hogyha egy duo ellen vagy, és rálni kell őket nagyon durván, akkor gondolj már bele. Lehet, hogy szereti. Hát nem tudom. Srácok, ti elhoznátok ezt a zöld pumpot? Igen, vagy nem. Hát ha már te is, akkor az azt jelenti, hogy már nagyon... Az már nagyon... De lehet, hogy nagyon-nagyon taktikál. Fanatikus. Hát lehet. Nekem hogy nem tudott eljönni? Amilyen agresszívan megindult, olyan passzívan játszik most, úgyhogy el is kapcsoltunk tőle. Inkább Fury-t nézzük, és Arkit. Akik úgy tűnik, hogy most éppen a harc közepén vannak. Csak éppen... Visszavonul, éppen hang nincs. Semmi gond. Nincs gáz. Látjuk, mi történik. Lehet éppen. Úgy tűnik, hogy elkezdenek menekülni, kerülnek ennagyot inkább, és... másik oldalt mennek be a körbe. Hát igen, ugye Arkinak nincsen shieldje. A lila RPG meg az öt darab clincher az nagyon jó. Ott uff, még egy duo. Ott is egy duo. Menniük kell majd, sőt most kell menniük, mert már ott volt a kör, viszont Levinék is közben fight van. Levin is szórja a rakétákat, ahogy látom. Hát igen, az rengeteget számít, hogy az ember tud robbantgatni. Hát igen. Ott is megy, legelső kill. Meg is történt. V-csant halt meg, akit előbb néztünk. A szóló, igen, kijött a házból. És eddig bűnt. Hát igen, Duke ellen nagyon nehéz srácok, úgyhogy nem nagy meglepetés. Oda néz Levin. Levin megitta a Red Bull-ját. Oda néz. Ajaj. Az új 5 skill. Kettő Red Bull után már ilyenek vagytok, srácok. Az új 5 skill, igen. Teljesen jó. Jaj. Itt van V-csant úgy szemszögéből, ugye? Egyiket nokkolta. Nokkolta hármat. Tehát, hogy megállt a helyét igazából, csak kettőle nyilván nehéz volt. Igen. Egy most nyert volna konkrétan. Dele. Visszajövünk Danóz MNX-hez. Igen, három szörp, jól láttad. Három szörp van. Az brutális hírelési mennyiség. Nagyon-nagyon sok. Mondjuk van egy olyan faktor, hogy nem lehet egyszerre meginni őket, úgyhogy várni kell szépen sorba, de ha van idő, akkor az rengeteg heal. Nagyon fájtol. Vépert is megjönnek a hangok is. Pörög, Levin, pörög. Az a szép lehetett volna. Hol a társa van? Elrövetett? Nem sikerült felszednie? Nem tudom, lehet, hogy rögtön rátámadtak, amint megölte a szólót. Pont itt vannak Szalti közelébe, úgyhogy lehet, hogy rögtön támadás érte őket. Mondjuk nézzek, hogy érzek. Benyomta a reggeli speedet, úgy látom. Figyelj, megindul. Aprit. Hatch shield, oké. 80 HP eddig. Oh. Oda küld egy rakétát, közben Sonic. Gyorsan. Az meg, az ott nem. Hoppa, megjött a hangod. Ajjajjajjajjajj, Danó közben Bazsikszet lopkolják. Kettő jegy van igazából most már, úgyhogy csak le kell darálni SMG-kkel. Megy is oldalra föl, letartották. Nem baj, ássak le föl, beesett mellé. Jó. Nagyon szóta látoltatott. Szép. Igen. Az mindig egy ilyen szüplőt, amikor beesik mellé itt az ellenség konkrétan, de olyankor egy jó serga levés az. Hát egy jó csapda. Az is akár. Volt is nála, de nem jutott eszébe, gondolom. Vagy lehet, nem övék voltak a falak egyébként, és egy opció, hogy ő ezt tudta esetleg. Idáig semmi nem volt. Hát annyit tudunk, hogy Danónak van ugye kettő kije. MNX-nek nem tudjuk.
Lehet, hogy az volt az első csapat, igen, szerintem. Ott a következő szó, ő dobtál a Chug miatt, így van. Azt hittem még egyet találtak. Olfát látjuk. Aki... Itt van a társa, hallom, így van. Milyen remek szedben vannak egyébként. Igen. Nagyon színes. Ugye Szatyor a társa egyébként, Alfának. És úgy tűnik, hogy egy picit passzívabban játszanak, mint az átlag. De megvárják a megfelelő alkalmat ahhoz, hogy támadjanak. Alfának nincs kijem, eleme Szatyornak lehet, hogy van. Nem tudjuk. Levin ismét? Vagy még mindig? Igen. Hát nem, ez még mindig annak a hosszas fightnak a folytatása, még van. Ez egy hatalmas building fight, itt ez nagyon elhúzódik. Danoik ismét harcolna. Mint a felülülnék őket, megvan a high ground nekik, igen, bombázzák onnan. Ezt nagyon nehéz outbuildeni, de menekülni kell közben folyamatosan. Hát meg a gránátötő ellen elég nehéz, így van. Igen, az első szit robbantja a falakat, azt megküldöz már szállt hozzád. Nem, kitérnek inkább, itt valószínűleg bal oldalt fel akarnak menni high groundra. És aztán talán nekik futnak. Nem látom, hogy pushonálnak a többiek egyébként, úgyhogy nagyjából sikerül elmenekülniük. Aztán amik most följönnek balra, legalábbis én mindenképp azt csinálom. És szerintem akár nekik mehetnek. Vagy? Szóval egyébként mindenképpen esélyes a harc. Hát nyerség az ilyen szószó, elegendő. Na nézzük. Igen, úgy néz ki, hogy csak egy jó pozícióba menekültek el, aztán most megy az ellentámadás. Lehet beépítenek ők is inkább. Ők is pusholtak. És hallottam, egy megvan, MNX nappal. Gyönyörű volt, gyönyörű kezdés. Isten kivégzik. És 2v1. Jött a 2v1. Jó, itt van velünk újra Fury és RK. Aki igazából már RK. Nem tudjuk képzelni, hogy milyen zajok vannak itt. Megy az RPG oda? Ah, nem igen, kell nem tudjuk, hogy egyébként a többinél van, szóval ez lehet, hogy egyébként úgy streamel, hogy... Lehet a stream hibája konkrétan? Lehet, vagy Charlie Chaplin fanatikus, nem lehet ezt tudni. Lehetséges simán, de nagyjából látjuk is, mi történik, úgyhogy nincsen gáz. Egyiket jól látom, nokkolták és meg is ölték már, úgyhogy 2v szituáció van, egy RPG bemegy oda, hogy picikét bontsa itt az épületeket. Így van. Nagyon tartja magát a srác, de kettő ember... Mit szólsz a Klinger nerfhez egyébként? Sajnos már nem annyira OP. Igen. Ha valaki nem tudná, akkor eddig úgy volt, hogyha például 2 vagy 3 vagy bármennyi Klingert rádobtál egy falra, akkor amint a fal megsemmisült a legelsőtől vagy bármelyiktől, a többi mind berobbant vele. Így van. Mostantól, hogyha mondjuk van 3 Klinger a falon, a legelső berobbantja a falat és az megszűnik létezni, akkor a másik kettő az nem robban vele együtt, hanem szépen leesik a földre. Lekonyul, vagy úgyhogy egy ilyen magasabb egyszer egyesnek a tetejét nem lehet már annyira kirobbantani vele, úgyhogy nagyon lehet nerfelve. Így van. 500, most már csak akkor robban fel gyakorlatilag, hogyha lejár a timer. Igen. Nem tudják berobbantra egymást a fal lerombolásával, úgyhogy egy picit okosabban kell használni. Így van. Na, 18 live. Shuffle és Eti végre látjuk őket is. Ők velük ma még nem nagyon találkoztunk. És hogy látom, még se találkoztak senkivel ebből a nulla kill. Ott a legelső. Shuffle-nél nulla kill. Igen. Az asszonyverő, az plusz 2 pont, azt hallottam. Itt van velünk Alfa ismét. Az Omega, aki Szatyor. Azóta is itt vannak egyébként. Ugyanaz a bázis. Igen. Nulla kill, várakoznak. A legjobb alkalomra. Valószínűleg a V-re mennek egyébként, én azt mondom. Az utolsó 1-2 csapattal megküzdeni, és tudok beszerni a Victorit. Így van. Eddig egészen jól működik nekik a dolog egyébként, meg kell, hogy mondjam. Nem nagyon akott rájuk senki. Pedig a kör az már meglehetősen kicsi, úgyhogy... fából vannak, érdekes tényleg, hogy senki nem pusolt rájuk. Nem is mondjuk a hegy aljában vannak, hanem egy ilyen tök átlagos központi helyen. Így van. Amíg működik, addig működik, itt látjuk, hogy... Na, Shuffle, az 1v1. Igen. És meg is van enkor. Megvan. Visszette rögtön a heavy shotgun. Megvan az első ki a Shuffle-nek. Ja. Én azt mondom, hogy Etinek nem hiszem, hogy van. Szerintem nem találkoztam. Nem, ez volt a legelső összecsapás valószínűleg, amit láttunk náluk. Igen, de nem biztos. Nem biztos. Ott egy sniper van. Ez egy EA-sát, Skull-sát. Jó, akkor az most tiltan egy szamuráit alatta. Valaki ott lenn már nagyon lovas. Egyik csak. Nem tudom, az infózás rögtön elhitelte. Megindulnak, mennek fel a high groundra. Szerintem ott még egy team lesz. Vagy csak levárják ezt a balos csapatot. Ó, valaki a hátulról kapják felülről lövést. Ez nem túl kellemes így most. Ők akartak feljebb menni valakihez képest, és helyett felettük is van még valaki, akire figyelniük kell. Új, és beleakadtam. Ja, Alfa-ikba. Igen. Itt vannak Alfa-ik. Nem is figyeltem fel, hogy ez az épület, amit most látunk onnan. Danó ugye csak ütötte, haladni akart előre. Ő nem is volt halvány lila. Gőzesem. Nem is tudhatta sehonnan. Csak benyitott is hirtelen ketten ott ültek, hát az a RIP kategória. MNX szerintem még ilyen egyébként.
nem láttam, hogy... Igen, igen, nem láttam meghalni, nem láttam meghalni, még ott lehet valahol. MNX megölt valakit, Final Eliminated, Nightbolt. Melyik helyre? Itt is, itt vagyunk jók egyedül. Szerintem ide be kellene építeni seffüléknek. És ezt is csinálják, oké? Okay. 11 játékos van még illetve, úgyhogy és most beléptünk az endgame-be. A következő kör nagyon meghatározó lesz. Jobb fenn már néznek. Ez nekik nagyon rossz. Shuffle-éknek el kell indulniuk majd hamarosan. Hallhattuk is Shuffle-t a reakciót, inkább nem ismételném. Talán igen, egyébként Tetinek igaza van. A hegyen van egy hatalmas torony, azon nagyon vigyázni kell, hogy ahhoz képest merre mennek, nagyon kulcsokat rájuk lássanak. Nagyon sok építőanyagom van. Ezért igen, valóban a jobb oldal tűnik a legjobb. 11 live, ez nem olyan sok egyébként. Ez teljesen normális. Elfogytak a csapatok. Bármennyire is próbáltak sokan passzívan játszani. Így van, mert a high groundról kapják az áldást. Hát itt nem lőtték el, ott mentek körülötte a golyók. Szerencsés volt egyelőre. Ez az angyal szárny, ezt mindenki megvette, vagy ezt a Raven szárnyát, bocsánat. Ugyanolyan lesz, mint a sima fehér szárny. Mindenki a skint megveszi, akkor nem tetszik neki, csak hogy legyen egy fekete szárnya és sötétkék. De tényleg senki nem használja a skint, csak a szárnyakat. Igen. Hát nem tudom, én annyit láttam, hogy már nem tetszik esküszön. Már most. Ma jött ki a skin. Ja, hát nem baj az. Maradok a galaxinál. Persze. Na itt van velünk újra Alfa, és ugye Szatyor. Ők voltak, hogy kempeltek abba a fa épületbe, aztán hirtelen rájuk nyitott valaki is, meg is ölték a papírban. Ne ezt a szót használj. Taktikusan megbújtak. Ezt mindenki tudja, a kempelés, ez rengeteg skill kell egyébként, hogy tud, hogy mikor kempelsz, mikor vonulsz vissza és mikor lépsz ki a kempelésből. A kempelés ez egy olyan szó, amire ráragott ez a negatív dolog, de nagyon skilles. Ott a lassításunk, szuper, nagyon durva ez a slow motion, srácok. Pont láttuk, hogy épülnek a falak, jó volt. Oda néz, speed, usgyi. Belehívott a Red Bullba. Oké, Eti itt nagyon csendben van. Ugye, Fury és Márki már meghaltak. Gondolom, van altabolva, azért nem volt itt hang. Igen. Altabon volt. Fentről nem volt azt a kicsit. Shuffle. Mindjárt jön egy RPG. Teljesen jó, mert igazából itt benne vannak a körben. 9 ember maradt. Az ott azt hiszem Alfa és Szatyor, akiket lő Shuffle. Hát ott mindenki is van nagyjából. Abba a building fightben rengeteg embert láttunk hirtelen ott ugrálni. De a kör a sztori... majdnem kiszedett őket. MNX van, nem jó helyzetben. 3 kill, az teljesen jó, az 3 pont ugye? Igen, de itt van a kör Lexilén még spammelik és nincsen rengeteg ideje arra, hogy killeljen tovább. Lehet ezt építeni, de igen. De kell idő is, hogy ezt betolja ezt a shieldet még. És mennie kell lassan. Jön a következő adag talán? Nem. Pont még egy fél szek kellett volna, hogy 100 shielden lehessen. Még egy próba. Én nem most ebben megy. Nem látnak rá, pont. Mégis elhitelték. Igen, 50 nem volt. Ne, megjött egy másik csapat, ez nem hiszem, hogy a társa. Bekerítették, igen. Azt mondod, a társa vagy nem? Szerintem a társa lesz, eléggé úgy egyszerűen jöttek, de meglátjuk. Igen, annyira, igen. Igen, az megvan, gyönyörű volt. Gyönyörű volt. Feljebb pusod, aztán a high ground kihasználva lelőtt az egyiket. A társa nem lép, nem jön. Akkor lehet mégse a társa tényleg? Nem tudom. Gyanús most már, ha társa lenne, akkor csak jönne most hirtelen. MNX nagyon jó pozícióban van egyébként. Itt csak a high ground-dól kell maradni. Durva, hogy milyen szarszitúból így felástam magát. Igen, így van. Padló kupola, aztán így van. Pontosan. Mint a hallanám, mit mondok amúgy. De tényleg most nagyon úgy érzem ebben a játékban, hogy... Nem csak vele egyébként, na mindegy, itt kell maradni, ezt meg kell tartani, és nyerhető. Nyerhető. Számára. Hát ember sefelék vannak legalul, az még jó lehet, egy labirintus építenél. Csak a következő kör az nekik teljesen jó. Visszafele kell menni, labirintust folytatják. Jaj. A földszinten is egyszer egyesekbe közlekednek. Minden összejött. Ahogy azt minden pro meccsen látjuk általában egyébként az endgame-ben. Ezt most csak annyit kell csinálni, hogy egy labirintust kifelé. Már most elkezdhetik megépíteni kifelé a stormba. Tudnának egy egyszer egyeset már. Hogy látom, hogy próbálnak infót szerezni, hogy most kijön meg ilyesmi. Nézik a fájtokat. Igen, nézik, hogy esetleg free killek vannak-e, de hát nem. Csendben van mindenki. Nem kettő mernek. Kille már van egyébként, úgyhogy az egy jó kezdet. Még a végén lehet, hogyha nyer, akkor most még egy plusz pár kill lesz. Ott jön egy kill, Etienne. MNX az 1v2. Nagyon jól tolja egyébként ahhoz képest. Nagyon jól tartja magát. Az már ott most, ezt már nem lehet bírni. Azt már nem lehet bírni. Már gránát. Eti. Eti-t nokkolja a gránát.
Igen, igen, és rögtön ki is végzik. Húha, a pillanatban. Sáffel egyedül marad. Jön a kör is. Ez már nagyon hát nagyon kiszorítja. Ez már ugye 10-et üt. Ez borzalmasan néz, ezt megnyernie. Így van. 1v2-be. Megsérbezte a Storm is, levitt 55 HP-ra 100-ról. Ujjjjjjjjjjjj. 1v2 egyébként, nem tudom, figyeled, de hogy ott igen, a Stormba is elhulladtak. 1v2. Ó, látom, látom. Akkor ez az utolsó fájtjának a meccsnek, ha most valahogy megnyeri, akkor Shuffle. Shuffle-nek vissza kell ugye menni. Megnyert a meccset. És az a, egyik az a ellenfélnek, is van. Egyik ellenfélnek le kell jönnie. Viszont C4! Az jól jött. Ha azt okosan játszok ki, akkor abban rengeteg hasznot tudsz hát, hozni. Le is esett az le is esett, azt hittem, hogy nem járt sikerrel, de úgy néz ki, hogy igen, oda... Igen, sikerült neki? Aj, nagyon durván kapottott. Steppy, az az very bad casual más néven. Nagyon kap. Ez az unlucky volt, de jól csinálta egyébként. Hát igen, igen, abszolút. Steppy. Hát van, amikor beadja, Velük nem is találkoztunk, ugye egyik őjük sem streamál, úgyhogy így igen, 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 úgyhogy nem tudtunk semmit róluk, de úgy tűnik, hogy ők nyerték a legelső játékot. Igen, neki talán Pico a duótársa, de nem akarok hülyeséget mondani. Simán, elhiszed. Persze. Elhiszed, úgyhogy a nyert egy csapatról nem sokat tudunk mondani, itt a végén nagyon szépen megjátszották azt a kettőt. Igen, igen, igen. Mondhatjuk, hogy hozták a kötelezőt. De... Kettővé együtt azért illett. Nekem a kedvencem ebben a meccsben az volt, amikor talán alfáik ott kempeltek egy 10 percen ugyanabban az épületben, és valaki hirtelen rájuk nyitott és megölték. Itt írja a chat, hogy 1v1 volt. Lehetséges-e, hogy Shuffle, amikor dobta a C4-et, akkor nokkolt egyet? Ha ez történt, akkor mi lemaradtunk róla, de akkor, ha 1v1 volt, akkor az akkor még én izgalmasabb volt. Akkor ne haragudjatok, srácok. Ti jobban figyeltek, mint mi, az biztos. Igen. Ezért van megnyitva a chat, hogy lássam a Pepodance-et. Na, de srácok, átkapcsolunk az elemzőkhöz, meghallgatjuk, hogy mi az ő véleményük a meccsről. Ők hát, ha figyeltek. Hát, ha látták, hogy 1v1 volt a végén. Így van, úgyhogy mindjárt jövünk. Hát, ha figyeltek. Ja, hogy még itt vagyunk. Na, itt vagytok, itt vagytok. Na, hát figyelj, tök jó meccset láthatunk, azt gondolom, hogy első körben, első meccsnek ez egy baromi jó mérkőzés volt. Én mondjuk arra kíváncsi lettem volna, hogy ez az új Riftitem, amiről talán nem beszélgetetek annyit, hogy ez mennyiben módosítja majd itt a játékmenetet, de úgy szerintem annyiban nem. Legalábbis amit így láttunk, az egy első körben annyiban nem nagyon módosította. Viszont a végjáték az szerintem nagyon jó volt. Tehát nagyon jó poziba tudtak kerülni Shuffle-ék, nagyon jó kihasználták a helyzeti előnyt. Aztán hát a végén nyilván nem úgy sikerült, ahogy gondolom szerették volna, de egy hatalmas jó game volt. Voltak benne fordulatok, voltak benne nagyon szép gameplayek, úgyhogy alapvetően szerintem első játéknak ez egy abszolút jó volt. A másik, amit még el szerettem volna mondani, és nagyon fontos, hogy ugye a nyertes csapatról én személy szerint nem nagyon tudok túl sok mindent. Tehát ez is gyakorlatilag bizonyítja azt, hogy igazából ezt a játékot bárki megnyerheti tulajdonképpen, hogyha éppen jó időben van, jó helyzetben van, nyilvánvalóan kell hozzá egy jó nagy adag skill is, de hát az azért van, hiszen bekerült a döntőbe, úgyhogy ezért is szép a Battle Royale játék, hogy nem mindig azok nyernek, akik mondjuk leginkább ott vannak, és mondjuk várható, hanem abszolút random az egész. Függ a loot-tól ugye, függ attól, hogy éppen hogy repül, hogy jönnek az ellenfelek, tudnak-e third partizni, nem tudnak-e, úgyhogy összességében szerintem ez egy tök jó mérkőzés. Esetleg egy replay tudnánk, mert a chat nagyon mondja, hogy a végén egy 1v1 volt, és Alpha nyert 0 kill-lel. És Steppy-re dobott a kamera, mert ő megölte Shuffle-t. Várjál, én lemaradtam akkor tényleg. Esetleg egy replayt tudnánk kapni mondjuk egy 2 percen belül. Ez kezd egy rész izgalmasabb lenni. Mit mert azt mondta, hogy Alpha nyert. Mi azt láttuk, hogy ugye Steppy megölte Shuffle-t, ezzel pedig Shuffle-nél a 3. helyet írt, Steppy visz, és utána nem tudjuk, hogy mi lett. Basszus, akkor azt én is benéztem, akkor... pedig én itt ültem végig egyébként, és folyamatosan így néztem. Itt is néztem. Azt bemegy a chat, hogy Alpha nyert 0 kill-lel, de hogy? Ezt meg szeretném nézni. Ezt akkor Steppy hogy látni. Halt meg? Például. Az very bad casual. Na jó, hát akkor erre szerintem vissza fogunk térni, ezt valahogy megpróbáljuk. Remélem, hogy visszahozni, mert ez barom érdekes, mert én is, aki néztem egyébként, még én is lemaradtam erről. Mert ezek szerint, hogyha Alpha 0 kill-el nyert, akkor Steppy a viharban halt meg. Megölte Shuffle-t, majd ott megölte a Storm. De egyébként ott, ha jól láttam. De úgyhogy... biztos, hogy nem ölhette meg a Storm, mert mind a ketten a Stormban voltak, uh-huh. És ugye az egyik a másikat a Stormban ölte meg, tehát bocsánat, a Stormon kívül, tehát belül a körbe. Tehát nem ölhette meg a kör. Szerintem legyen harc. Nézzük vissza a replay-vel. Egyértelmű.
biztos vagyok benne, hogy itt a kollégák meg tudják oldani. De engem ez most, én addig nem tudok innen felállni ebből a székből, amíg ezt itt nem. Rosszal aludnék, ha nem derül neki, mi történt pontosan a rendgénben. Sosegy, meg tudjuk nézni azt a izét? Azt a visszajátszást valahogy valamilyen úton, módon? Nem. Nem fogjuk tudni nem. Visszanézni, úgyhogy srácok, a ti feladatotok, hogy valahogy ezek szerezzétek, és, hát a klip, és a tudtunkra, klip, így van. Reméljük, hogy valaki ki tudja klippelni, és akkor itt tegyünk már ennek pontot a végére valamilyen cseten, mert egyébként ez tényleg baromi érdekes. Ez a pontozás terén nem, tehát úgyis a képernyőképek alapján kiderült volna. Persze. Ugye ez most itt nektek, hogy... Hát az, hogy mi rosszul láttuk, az nem érinti a pontozást, csak azért mégis érdekelne minket, hogy pontosan mi történt. Miről maradtunk le az endgame-ben? Igen, úgyhogy sajnáljuk, srácok, annyira gyorsan történt, hogy, hogy pislogtam egyet, és így paf, három ember így. Úgyhogy nem tudom, majd meglátjuk. Egyszer megtudjuk, srácok. Összesítés? Ha másnom a képekből, igen. Abból ki fog derülni, hogy mi is történt igazából. Összesítés, hát érdekes volt a végjáték. Shuffle itt azért azt a shoti lövést, azt keményen benézte, pedig nagyon próbálkozott. Jó helyzetben is volt, egyébként nem úgy jött ki a lépés. Jó abszolút. Helyzetben volt, kicsit fölötte voltam, de az egy abszolút korrigálható high ground előny volt, amit meg is próbált, de hát végül nem sikerült. És hát igen, vajon mi történt itt a végén? Lehet, hogy egy kicsit hamarabb lett elkapcsolva a kamera, mint kellett volna, de a képekből ezt meg fogjuk tudni. És akkor mi el is megyünk erre a kis rövid szünetre, elindítjuk a következő mérkőzést a játékosoknak, hogy elkezdhessenek gyűlni a szerverre, és utána jövünk is vissza. Addig megkibogozzuk nektek, hogy mi a franc történt. Anywhere you go, I'll be right there.
Hát srácok, elnézést az előzőért. Mindjárt nézzünk egy replayt egyébként, hogy mi is történt. Mert hogy nem Steppy nyerte végül, nem Steppék nyerték. Na mesélj! Hát nem akarom előni a point, majd megnézzük. Én megnéztem, hogy mi történt. Mi már tudjuk. Igen, egy kicsit hát, technikai gond miatt hamarabb el lett kapcsolva egyébként a kép, aztán így összezavarodtunk, de semmi gond, mindjárt nézzük a replay, srácok. Egyébként a meccsről szerintem borzasztóan jó volt. Nagyon tetszett. Volt egy-két technikai gond, egy-két lag az elején, de ez most ki lesz küszöbölve, ha minden igaz. Igen. És ennyi. Én abszolút azt mondom, hogy SMS-nek tökéletes volt. Abszolút. És szerintem egyébként bátrabban is játszottak most. Tehát itt a döntőben. Igen, meg az endgame is izgalmas volt. Azt mondom, abszolút. Abszolút. Ez nem egy casual endgame volt. Nem. És nekem az jött le egyébként így első körben, hogy ugye néztük a selejtezőket, ugye végigkövettük, és ott kicsitvel jobb, úgy éreztem, hogy mintha egy kicsivel jobban félnének ott az emberek. Tehát még nem annyira ismerték ezt a közeget, most, hogy azért már lement megszokták, a selejtező, így van, és kicsit aktívabbak voltak most. Én itt pont a attól féltem, részben, hogy mivel a döntő most van tétje, hogy pont passzívabbak lesznek, de mégsem. Nem, de tényleg jó volt, izgalmas volt, nem féltek a csapatok egyébként egymásra menni, és nagyon jó fightokat láthatunk, és végre láthattunk jó building fightokat, főleg a végén, és most kaptuk az input egyébként, hogy láthatjuk a replayt. Így van. Úgyhogy nézzük meg. Tehát, itt ugye, még hatan élnek, Pyko itt nokkolódni fog a Stormban, ugye jönni akar, de nagyon késő jött az Albaunszal. Öten. Steppy legfülül marad, hát most már csak öten, Steppy legfülül marad, így van. Ott valaki még előbb, mint a hatat számítanak. Pikót ugye elvitte. Igen, a Storm, ő meg is fog halni. És akkor itt marad ugye Shuffle, Alpha és Steppy legfelül, azaz Very Bad Casual. Most Shuffle itt fogja majd dobni a C4-et, őt láthattuk az ő szemszögéből. És erre le fog esni majd Alpha, és talán Steppy is, vagy ő lejön, mindjárt kiderül. Shuffle itt fogja dobni majd a C4-et. Itt veszi elő majd. Igen. Verében milyen jó poziból van egyébként. Abszolút, ott fönt. Nagyon jó, csak az egészet egy kettes tartja. És figyelni, csak rempa. Elkezdett medkitelni. Igen. Azt szerintem nem fog bemenni nem. egyébként. Vagy... Nem, de bemegy, mert utána meg esik egy nagyot. Ó, igazad van. Úgyhogy utána akkor átesik, hogy abban nem hal bele, szóval az be fog menni. Így van. És ez volt ott szerintem az a pont, na, ami... és akkor Shuffle most fog robbantani. És Alpha meglövi fönt, ugye, így a van, Skybase-t. De hát azt nem szedik. Azt nem. Ott van Shuffle, már dobálja a C4-et. Hopp, igen, most de van direkt esik. Lassítva, srácok. Igen, ott lemegy kevesebb, mint fél HP-re a Steppy. Micsoda? Shuffle ugrott le, cipogás, és most boom, és esik mindenki. Igen, itt Alpha instant boxolja magát, hogy túlélje, és Shuffle és Steppy fog így fightolni, amit ugye hát... Igen. Steppy egy lövésből megold. Viszont amit látjátok, egy darab HP-je maradt, és... Hát, a Storm. Igen. A Storm már jön érte majd. Itt meg ezt már láttuk itt, ezt a... Itt nem figyelt arra, hogy nincs benne a Stormba, és igazából emiatt hal meg. Valószínűleg izgult. Itt nyomja a medkitet. Vagy csak bepróbálta, elment tolnira, és tudta, hogy mi lesz. Vagy csak nem tudott már kijönni. Bár ez az ő fala volt, szóval... Igen, és itt bum. Igen. Igen, itt inkább annyi izgult, és így Alpha nyerte 0 killen végül. Hát igen. Hát, na ez a durva, amikor 0 killen nyersz meg egy meccset. Meglátjuk, látod, itt az élő példa. Ez nagyon jó volt. Itt az élő példa. Hát megfejtettük a rejtélyt. Így van, megfejtettük a rejtélyt. És hát lassacskán elkezdődik a második mérkőzés. Ha jól tudom, akkor most indul a lobby. Úgyhogy nem sokára meg fogjuk kapni a meccs képét. Na hát akkor legalább letisztáztuk ezt a részét is, úgyhogy tudjuk, hogy tudta ezt megnyerni 0 killel. Hát érdekes. Érdekes. Szerintem csak egy 0 killes challenge-et nyomott a nézőnek. Az is lehet. Simán. Tőlem is kérik, és sosem sikerül. Én nem tudok. Nem tudok 0 killen. Egyébként én sem nyertem még 0 killen. Tehát, hogy így, nem tudom, nyilván impulzok kellenek hozzá, meg nagy szerencse. Tehát esküszöm, az, hogy 0 killen nyer, skill kell. Hát az megvan azért ott. Mégis csak itt van a döntőben. Ja, hát ne, azt hittem már rólam beszélsz. Ja, hát már kicsit dagadta ne túlozzunk. Nem, de tényleg, tehát ez egy abszolút, nyilvánvalóan szerencsés game is volt, tehát azért a szerencsefaktor itt is itt van, de hát a Battle Royale játék az egy ilyen játék, és hát jól helyezkedett, nyilván volt egy kis luck is, hogy nem tudott kijönni az ellenfele ugye a falból, vagy lehet, hogy nem is akart, vagy nem látta a kört, teljesen mindegy, a lényeg, hogy ott maradt, és ezáltal a fa. Így van, Alpha, ugye? Így van. Alpha pedig Alpha. Ott maradt, és... Hát neki a társ ugye szatyor. És lehozta.
gyakorlatilag a mérkőzést, úgyhogy az első mérkőzést alfáék nyerték, külön gratulálunk nekik, és hát nyilván a többieknek is, de hát lehetőség az még bőven van javítani, hiszen abszolút, van még hány mérkőzés, van még 4 mérkőzés. Hát még akár 4 is lehet. Tehát tulajdonképpen. Így van, de nem tudom, hogy áll most a pontrendszer pontosan, hogy a nyertes hány pontot kap végül? Talán 100-at. Erre nem vagyok. 200 pontot? 200 pont kap a nyertes, pont. És Killekér hány pontot kapsz ide pontosan? Ide van írva a szemhéjamra. És 10 pontot 10, kapsz a Killekér. 10, bocsánat, csak a szemhéjamra van írva, aztán nagyon pislogom kell. Ja. Nem, csak azért azon gondolkoztam, hogy lehet első úgy valaki, hogy 0 killel viszont megnyerte a játékot, de valószínűleg akkor így be fogja húzni így az elsőt van. Most, így tehát van. Első helyen lesznek az alfáék, hiába öltek a többiek többet, de hát nyilván még van hátra 4 játék, úgyhogy bőven-bőven lehet javítgatni mindenkinek. És hát ebből is számít, hogy nem muszáj itt ölni, elég, hogyha a végén ott vagy a topba, viszont azért az a legjobb, hogyha ölsz is, és ott is vagy a topba. És esetlegesen meg is nyered a mérkőzést. Abszolút. Én csak helyeslek itt végig. Ennyi. Köszönöm igaz? Szépen. Hát, igaz. Ezért ennyi. A boldogató kutyus. Hát is adom a szót akkor. Jó, jó. Na, úgyhogy következő meccs. Új lehetőségek. Még annyi, hogy MNX, Danu. Ők ugye Danu, belerohadt, nem tudom, láttad, de belerohadt alfáikban. Bele. De azért az mekkora epik volt egyébként, hogy nem látták tulajdonképpen, hogy hát ott Danu vannak. Danu csak túrta, menni akar. Nem tudott már csinálni, jött persze, a kör. Persze. Tehát muszáj volt venni, szegényt föntről is nyomták, a highgroundról. Mindenhol nyomták. Akkor muszáj volt kalapálni előre, viszont hát ott azért kempeltek, úgyhogy Ripperinho volt így elég keményen. De hát, meg MNX-en nem bírta megoldani a 2-1-et, ugye Elti meg Shuffle ellen. Nem volt két duára két. Így van. Azért így az van. Most sokat nyomult volna a latba egyébként, de egyébként nagyon-nagyon szép játék volt, úgyhogy gratulálunk tényleg még abszolút. Egyszer a nyerteseknek és a játékosoknak. Lassacskán elindul a második meccs, remélhetőleg tudjuk nem sokára kapcsolni. Most kell azt mondani, hogy izgalmas lesz szerintem. Egyébként tényleg az lesz, tehát most nyilvánvalóan ezek ilyen, nem tudom, ilyen sablondumák is lehetnek, de tényleg izgalmas mérkőzések lesznek szerintem, meg voltak is. Hát meg, ha nem akkor is, azt kell mondanom. Hát ha meg nem akkor is, azt kell nyilvánvalóan mondani. De én egyébként most várom azt, hogy a következő gémben úgy, ahogy a selejtezőkben is egyre agresszívabbak lesznek. Tehát ha most így kezdték a meccset, és így kezdték a döntőt, hogy nem punnyadtak le, és nem kempeltek annyira, vagy hogy is mondta, taktikai várakozás? Nem. Bujkán? Nem is tudom. Nem, az nem volt ilyen csúnya, valami szebb szó volt. Taktikai várakozás, vagy valami ilyesmi volt egyébként. Szóval meglátjuk. Mindegy, kemperek. Agresszív, kemperek, így van. Szóval egyre agresszívabbak lesznek a mérkőzések, hiszen egyre több pontot kell szerezniük a csapatoknak ahhoz, hogy benne legyenek a top 3-ban. Ugye a top 3-nak lesz itt már egy díjazása, és kíváncsian várom, hogy mi lesz. Na, most tőled, mert nem mondtál az első mérkőzésben tippet, hogy ki nyeri, és azáltal valószínűleg nem is ők nyertek, úgyhogy Ruben, kérlek, tippeld meg, hogy ki fogja nyerni ezt a mérkőzést. Danu és MNX. Danu és MNX? Igen. Hány killel? tippelj egyet. Hány lépést tesznek jó, meg? Jó, akkor csináljuk azt, hogy tippeld meg azt, hogy, és fél alatt, hogy hány killel fogja nyerni az első. És én is tippelek egyet, és meglátjuk, ki lesz közelebb hozzá. Nulla. Ja, az előző meccs, fel. Jaj, akkor 4-et mondok. 4-et? Igen. Jó, én 3-at. Mekkora egy csaló vagy. Ugye? Hát figyelj. Nehogy 2-t mondjam. Szerintem 3-nál kevesebb lesz. Jó, szerintem 2,5 fölött. De hogy csináljuk, hogy csapatokként, tehát hogy összesítve? Csapatokként, persze. Ah, csak azt nem fogjuk tudni. Akkor az 5. Ah. Jó, akkor nézzük, hogy azt az embert. Ja. Jó, oké. Akkor én akartam, mindegy, legyen a 4. Legyen a 4, jó, nálam legyen a 3. Úgyhogy srácok, mit nyerek, ha nyerek? Egy red szalagot. Jó. Egy piros szalagot. Jó. A fejedre. Nem. És ráírom majd, hogy hát, te Ruben. Oké. Majd ha nem lesz kamera, megbeszéljük. Jó. Hát szokás szerint. Na, lassan kezdjük, srácok, a meccset, a másodikat. Mi mindig elmegyünk ilyen rossz irányba egyébként, az érzésem. Így van. Nem baj. Na, mikor jön a mérkőzés, tudunk valamit? De türelmetlen vagy. Nagyon jó. Másfél perc is itt van a mérkőzés. Nem, izgulok. Ja jó, izgulok. Akkor jó. Tehát szabály szerint itt ülök, és várom azt, hogy ki fogja nyerni a következő mérkőzést. Ne szorítsd a combom annyira, mert az artéria már... Bocs. Nyugi. Kettőt szorítok. Ó, igen. Na jó van. Szerintem egyébként, ha már az esélyekről beszélünk, én Shuffle-éket is várom a végére. Engem meggyőztek most az előző mérkőzésem, azt kell, hogy mondani. Az asszonyverője? Abszolút, jó volt. Nagyon jó az a trikó. Igen, az is jó volt, meg Shuffle-on egyébként érzem ezt a lazaságot, nem persze, tudom, hogy miért. Ő ilyen lazasrác, nem? De te jobban ismered Shuffle-t, nem? Persze, igen.
Hát ő abszolút, nem azt mondom, hogy nem veszi véresen komolyra, hanem ő már így, nem tudom, így annyira nyugodtan játsz ezeket a mérkőzéseket, mint hogyha normál casual meccsekben lenne. Igen. Én Danot is elég jól ismerem egyébként, személyesen is. Szia! és nála is az jön le, hogy abszolút. Ő egyébként is egy nyugodt ember. Tehát én azt érzem, hogy ebben a játékban egyébként azok az emberek lehetnek sikeresek, akik nyugodtak. És tudnak fejlődni. Így van, nem is az, hogy nyugodt természetű, hanem hogyha már hozzászoksz, én is például érzem magamon, hogy ha úgymond nagyobb playerek ellen játszok, most már nem annyira izgulok, mint a legelején. De ez bármivel így van igazából az életben. Biztos az első streameden izgultál, aztán mit tudom, lett 50 nézőt, biztos izgultál, és most már teljesen megszoktad te is, gondolom. Igen, abszolút így van. Úgyhogy... Nem volt ez olyan meggyőző, ezt még megbeszéljük. Igyekszem. A lényeg, hogy hozzászokik az ember, és normális lesz neki. De ezért kellnek a versenyek egyébként. Van, erre jó és itt is van a kedvenc fiút. Shuffle. Rikos fiú. Imádlak. Oldalról, nem? Na nézzük. Jön az ugrás. Hallgassuk csak, mit beszélnek? Ja, persze. Ez most a jobbos képernyőről jön. Bajusz 0-3. Csöves bánat. Gyorsan pingelem, jelzi a mapon. Danógád. Mindjárt eldől, hogy kiket nézünk. Shufflékot akarom. Tiltidet. Hát már tiltidet be, amúgy rég nem ez, de mindegy. Most így jó. Ritél. Aha, Ritélbe fognak Ritél menni. Boltok. És ez egy város. Tehát ott sansz... Tényleg? De sanszos, hogy oda fognak jönni. Tehát szerintem nincs az Isten, hogy Ritélt meghagyják Shufflékeknek, hogy csak Shufflék kezdjék el ott utolgatni a dolgot. Mindenki úgy van vele, hogy sokan jönnek. Azt nem fog menni senki. Én nem hiszem, hogy csak senki, na figyelj. Nem, ott egy két emberkét látok fixen. Na nézzük, ki lesz Ritél, ki lesz Ritél királya. Ami egy város. Ami egy város. Yeah. De lehet, hogy csak nagy község. Na, valószínűleg egyébként a házakra fognak menni a másik csapat. Megnézi itt a Shuffle, hogy itt van a ott láda. Ott a drumgem. Az egy nagyon jó kezdés. Igen. A láda nincs itt, az ammo box sincs itt. Megyünk hát igen, tovább, 64 megy a raklapokra. Hogy érdemes egyébként de kezdeni? Tehát, hogyha valaki ugrik lefele, akkor mire fókuszálsz? Te fegyverre fókuszálsz, vagy nyersanyagra első körben? Instant fegyver, igen. Nem is foglalkozol a nyersanyaggal? Nem, hogyha jönnek rád, akkor a nyersanyaggal nem bírod lelőni. Úgyhogy hát az is igaz, de hát azt menekülni, és ha mondjuk csak egy pisztolyt találsz, akkor... Olyat szoktam látni egyes embereknél, most nem csak az ilyen versenyekre gondolok, normál gémekben valaki lát egy lámát, megbolondul és ráesik. És onnan mi a terv? Hát most sírd el, lelövi. Tehát, hogyha rárohan egy ember épp, akkor nem tud semmit csinálni azzal a lámával. Igen, ez igaz. Hogy mindig a fegyver a prioritás. Ezt megjegyzem. Jegyezzük meg, srácok. Fegyver a prió. Oppa, és ott van egy kék kacsavadász is. Hopp, az a M4 volt. A városban. Ott hagyja a jó kis WC pumpát? Hát most már nem olyan jó egyébként. Igen, elfelték. Igen, akkor vágott el is. Annyira nem mondom, hogy kuka, de pressure-t lehet vele csak tartani, és ennyi. Killekre már nem nagyon lehet vele számítani. Meg mondjuk ott a C4 most a fülnél. Az nagyon-nagyon jó, viszont a C4 azért jó most, mert bugos teljesen. Nem tudom, tudod, de nincsen hangja, ha rád dobják. Nem csipog. Ja, semmilyen hangja igen, nincs. Igen, lásd tegnap. Tehát mi is úgy meghaltunk, igen, egyszer. Igen. Nincs semmilyen hangja, a C4 már két hete nagyon OP miatt, hogy bárkire rádobod, egyszer csak azt veszi észre, hogy meghal. Nincs csipogása. Nem hallod, hogy ledobják, csak egyszer csak robban. Aha. Igen, akkor nagyon tudom, nagyon hogy miért szoktam meghalni mostanában a C4-től. Hát igen. Úgyhogy emiatt topi, ezt már javítják elvileg, de nem tudjuk, hogy mikor. Hopp. Na, megy a fight. Hidd el, hogy firnék vannak itt. Firnék csak ide esnek mindig, úgyhogy szerintem Danó... Ott van, és tényleg. Na, hát ezt adom. Firnék csak ide jönnek. De innen üzenem a többi teamnek, akik firnékre vadásznak, ide kell jönni. Firnék nem esnek máshova. Ott viszont még él valaki, és hát nyersanyag az baromira nincsen. Tán Shady Firnének a társa, rosszul tudom? Igen. Akkor Shady lesz, szóval igaz. Igen, viszont Danóri... Igen. Mi volt? Ez egy nagyon szép fight volt. Az öröm. Igen, nagyon szép fight volt. Jó, hílen és itt azért látszott, nem volt nyersanyag, tehát nem igazán tudott hova építeni már. Úgyhogy ez így necces volt. Így van. Itt van velünk Pico. Steppy duótársa, aki az előbb ugye majdnem megnyerte. Igen. Csak nem nyerhette, mert a moderátorom és hát az bunda lenne. Tehát igazából... Dobog a szívem, fasz! Hát nem csodálom, megküzdöttetek érte egyébként. Hát de mi lenne, ha nem dobogna? Gondolj bele! Itt meghalna játék közben. Jó, de jó, hogy dobog neki. Dobogjon csak tovább. Kék taktikál.
használható? Az a lényeg. Zöld pám vagy kék taktikál? Zöld pám nálam. Még mindig? Nálam a shoti arra, hogy lövök vele egyet és már váltok át, és mondjuk drámgára vagy P90-re. Szóval a nálam a shoti az egy lövéses. Az a baj, az a baj, hogy dobol. Igen. Van. Hát igen, viszont azért Shady így elég nehéz helyzetbe került, hogy a társa elhalálozott. Tanú egyébként szerintem végül nem adta be a killt, hanem ugye ő megölte magát. Igen. Tehát ez csak egy kill kettőjüknek. Az. Ami nem a legjobb. Most mehetünk közelem. Na? Mi lett végül vajon itt az akcióval? Viszont a többiek így örülhetnek, mert az egyik legnagyobb esélyes csapat tulajdonképpen az elején már. Hol a másik ritéles csapat? Arról beszéljünk már egy kicsit, hogy... Na, itt is vannak. Megtalálták egymást, tessék, és ott a C4-ig rádobta a pumpagránátot Eti, mert ordibált. Eti mindig akkor ordibált. Van még két C4. Vagy éhes. Vagy ha valami nagyon nagy playtól, most úgy tűnik, hogy a második volt. Na, az a dupla pisztoly ott van a kézbe. Ment a C4, robban is. Az sajnos nem adta be damage-et, ez sem adta be damage-et. Viszont nem tud highgroundozni, és most megfordult. Na lesz jönnek ez third mások, party? Hallod ezt? Na, jön a third party-zás, bizony. Már hátba is lövik igen. Őket. És ugye mindig a harmadik csapat nyer általában. Igen, az utolsó kibecsatakozik, de megnézzük, hogy ez így lesz-e. Mert ugye itt még van egy 2v1. Amíg a másik csapat nem ér ide, addig ezt nagyon gyorsan le kéne zavarni. Hát kérdés, hogy Shuffle föl tud-e építeni Highgroundra, mert egyelőre úgy néz ki, hogy nem. Igen. Viszont nagyon jól épít, és nagyon megy, és most már fölkerült egyébként fölé. Hát nagyon csúnyán hagyta a Droom Dara. Nem is tudom ki ez. Így van. Imi. De hát nem nokkolták, biztos voltam benne. Ez nagyon szép volt, ezt nagyon szépen megcsinálta Shuffle, vert helyzetből fölé tudott kerekedni. Imi hagyta neki egyszerűen, nem? Hát, na erre viszont lehet, nem hogy... biztos, hogy lesz HP és a föl. Igen. Az szép volt. Kellett. Igen, Etinek kell most valamit alkotni, elterelni a figyelmet, amíg Shuffle HP-zik. Megpróbálják kilőni alóla. Hát, de nem szerintem ez a terv, hátha. Egyél csak. Ez még Imi duótárs, igen, de jön már a másik csapat. Jönniük kell. És szerintem ők gránát vetőznek. Hát kérdés, hogy ide mernek-e jönni, de úgy látom, hogy... Hát ez nem tudjuk, hogy most végül is szólójátékos. Most mennek, most lövik Shuffle-t. Most jöttek ide. Azt mondod, hogy ő nem a szólójátékos, szerintem hanem szerintem nem. Gyert kiderül. Viszont nagyon jól épít az a szólójátékos, nagyon jól tartja magát. Kettő ellen. Egy nagyon gyanús, hogy igen, ő a szóló player amúgy, és nem igen. Igen, és megvan, így van, ő igazad volt. Társa. Igen. De mi lett azzal a csapattal, akik hátba lőtték őket? Azóta se jön. De miért? Nem jöttek ide. Így van. Van még minit? Hogy néz ki az a szárny így most guggolva? Etin, nézd már. Mint valami izé. Vadászgép, vagy nem is tudom. Jó ég. Ott van azt oldal. Hát valamiért nem jött az a... Én is őket várom, hogy hátha meghallani, hogy építenek, de nem. Kettő. Szerintem nem mernek ide jönni. Mert ugye nem ölt, szóval így... És akkor itt még vannak? Ja. Ők is most nem értik, igen, hogy... nem értik, hogy mi van, igen. Okay. Nem itt tudják, hogy hol vannak. Szélem. Vagy megvárták még, mi lesz ennek a vége, és elmentek valami jó kis poziba. Hát, de nem tudom, az így pedig ingyen kitettet volna. C4-eznek meg minden szar. Na nézzük Zsolláékat. Na miért így mentél van rájuk annyira? Egy kis blémelés sosem el. Hopp! Ott nagyon sok damage volt, igen. Úgy shield le is ment egyből. Jön a kupola. Hát és itt innen... most úgy érzem, egy kis blémelés várható. Igen, csak hallgassuk. Egy megvan. Az nagyon szép, megmenti a nem. Figyelj. Bazd meg, és még lőttek mögülünk. Igen. Fuck me. Igen? Nem lőttek mögületek szerintem. Miért futottál rájuk egyedül? De én is mindig ezt kell mondani, mert akkor a stream... Jaj, hát szegény lőtték hát. Na várjunk egy kicsit. Ugye visszajöttünk hát érzés Shuffle, ők nyugodtan visszamentek. Itt is van! Az mi hit volt? Hát él Petya, az öreg Petyagád. Az mi hit volt? Azt nagyon szépen becélozta. És ki is végezte Shuffle-t, igen. Zero, Mati. Meg is leptek. Hát igen, nem sok esélye volt egyébként Shuffle-nek, mert nagyon jó volt a célzás. Igen. Célzóvizet beittek, Shuffle monsterezik, de az ellenfél célzóvizeti volt. Igen. Jó. Végig mentek Petyáig. Hát berak... Igen, megölték. Igen. Beadta azt a killt. Beadta, azt akartam, csak nem jött. Berakta a killt a szekrénybe. Igen. Hát ez szép támadás volt egyébként, és akkor lehet, hogy erre vártak? És lehet, hogy, ők voltak a harmadik csapat? Hát voltak az Inasok, mivel hogy Inasok a csapat nevük mielőtt. Jogos. Ugye Lil Petya és Despapito. Igen, lehet, hogy erre vártak. Az nekem kell. Nem tudom, szerintem annyira nem adja. Most menj ki a teremből.
Azt mondta az Epic, hogy neked nem, hogy nem adnak skineket senkinek. Tehát ennyit ér a partner, sem persze. Hogy a lobbyba állunk? Nézhetik. Shuffle adja, hogy most ki kell lépni, vagy nem, de nézhetik egyébként. Itt van Sun. Sun of a Beach. Hát csak simán, Sunny. Sunny. Sunny-ek élnek mindketten? Ugye mások spectételik őket, és ők altabon vannak, ezért igen, nincsen hang. Viszont kész kije van Sunnak. Majd meglátjuk. Meglátjuk, hogy mit alkotnak. De rég 40-en élnek még. 40-en. Az elég sok, igen. Majd ez mindjárt ritkul. Ritkul. Viszont a végén, amint be fognak érni a körre, biztos, hogy lesznek olyan emberek, akik ott elkezdik majd kempelni a kört. Oda néz. Itt is le van mutalva? Nem, itt megy. Nem, aha, le van. Nem, megy csak halk. Halk, igen. Ezt szerintem most már másodszámlalja. Igen. Igen, mert a háttérben nézik a streamet. Persze, sziasztok srácok, hello, nézzetek hello. Csak hello, hello. Szép volt azért. Várjál, nézem. Várjál, nézem azt mondja. Jaj, megskalpolnak. Nem az a izé. Az I9 nyert. Azt sajnálom ebbe a spektétben, hogy nem látjuk a nyersanyagot. Nagyon-nagyon kíváncsi lennék, hogy mondjuk mennyi nyersanyaguk van. Annyit nem értek, érted, hogy szeptember 26 óta van Battle Royale, és nem tudnak annyit megcsinálni, hogy akit spectételsz, lásd a fegyvereit, meg a nyersanyagát. Ez egy kicsit, igen. Hát vagy legalább tovább menni a teammatekhez, hogy azért még többet tudjál látni. Tehát ne csak az adott embert lásd, hanem mondjuk azért így bele lehessen pörgetni. Így van. Élvezhetőbb lenne szerintem. De hát reménykedjünk benne, hogy lassacskán azért ezt be fogják tenni, mert ez tényleg kellene, mint egy falat kenyér, főleg, hogyha a versenyjátékot szeretnénk ebből faragni. Így van. Már rég előrébb kellene haladni. Így van. Na, nézzük a repkedést. Hova repkednek? Most nem tudom eldönteni, hogy csak simán halknál a játék, vagy most le van alatt a bolva. Nagyon szépen libeg az a ballonkabát. Betolja a chill zenét, és lazul, hang nélkül, nem szükséges neki hang se. Hát de érted, csak spectator, lehet közben minket néz. Ja, lehet. Sőt, valószínű. Megértem egyébként, én is inkább azt nézném. Én mindig magamat nézem a streamben. Én is, visszaszoktam nézni mindig egyébként. Én nem, én streamben nézem, ahogy nézem magam. Hát ez a legjobb content. Ennyi. Tehát... És utána reagálsz is rá. Így van. Igen. És néha. Utána nézem, ahogy reagálok. És ez megy folyamatosan. Így van. Aztán a végén abból az egész, hogy Ruben fészkemek mindenhol. Ó, igen. Na itt van Shady, ugye az, azóta is él, megölték Danóékat. Ő azóta is. Igen, egy kiük van sajnos, hogy a Danó magával végzett. Ott hagyja mini. Hát ebből menteni kell szerintem. Én azt gondolom, hogy egy két killt, hát lehet, hogy annyi van. Lehet, hogy van egy nagy. Aha. Hát nem. Nem fognak hagyni, fightolni kell. Én aztán nagyot hoznám inkább. Hát a kicsit gyor, könnyebb betolni. Na figyelj, oda néz. Igen. Kicsit gyorsabban betolod, a nagyra nem biztos, hogy lesz időd a fightba. Hát mondjuk ennyiből igaz, szólódóba talán lehet, hogy én is így döntenék, de ugye M-block amúgy elhozzám a nagyot. Arra lennék kíváncsi, hogy milyen fegyvere van, mert nem emlékszem rá. Lő fegyvere? Aha. Na ott egy láda. Egy heavy. Egy nagy shield és mehet vissza, nagy shield. Heavy shotgun. Szánom. Hát igen, itt igazából Shady-nak nincsen más dolga, mint levárni a dolgokat és megnézni, hogy ebből még mit tud kisütni. Talán el tud kapni egy-két killt, akkor az úgy szerencsés, de hát necces. Így van. Necces egyedül. Ha rámennek ketten... Passzívan kell csak megjátszani. Talán haladhat is a Storm-mal, bár akkor az a baj, hogy levárhatják. Nem vett észre. Mondanám, hogy megnyerheti, csak már van egy kije. Mondanám, hogy megnyerheti, csak nem. Nem, igen. Abszolút neki is van este. Szürcsölő! Vele nem is találkoztunk a selejtezőben. Na nézzük. Szürcsölő, vajon ott... ő mit szürcsölget szerinted? Hát szerintem most az ellenfél vérét fogja, legalábbis nagyon próbálgatja. A társ, amit csinál, öngyilkosság. Ott googolt végig, igen. Miközben szürcsölő nyomta itt a kancatejet. Hát nem tudom. Igen, mondjuk egy fal azért nem ártana oda. Hoppá, most hoppá, komolyan. Hoppá. Csedi? 15. Na nézzük! Mondta, hogy észrevettek. Szuksziék. Így van. Mennyi kill van? Egy kill van ott, és valószínűleg kettő lesz, így van. Nozzer, én őket elég jól ismerem egyébként, én elég gyakran játszom velük. Jaj, hát akkor profik. És ügyesek. Na hát. Nagyon-nagyon ügyesek. És egyre ügyesebbek, úgyhogy remélhetőleg a későbbiek folyamán azért érdemes lesz, hogy rájuk is odafigyelni. Jó, szürcsölő, oda néz ki, szürcsölte telefonos gyereknek a vérét. És mondtam én, hogy ez lesz, látod? Mondjuk valószínűleg föl fogja szedni a társa.
De ez amit, ez miért nagyon... nem mennek oda? Ja, ott, nem, figyeld, nem, ott van jobb oldalt még egy nem az, hogy miért nem mennek. Itt kugolnak, hát két, most ez két fréki másoknak. Tehát hát oké, okay, csak a domb szélén vannak, lehet, hogy benézték, hogy az ott nekik teljesen jó hely, és nem akarnak építeni, hogy észrevegyék. De nem az a gond, hanem, hogy nézzek, Google egy helyben. Ez annyira könnyű target, hogy nem tudom, hogy még hogy nem lőtték el. De három kíje van szürcsülőnek, hát, úgyhogy már három vért beszippantott. És lehet, hogy ott lesz a negyedik? Ez fölé. Igen. Ez fölé. Ugye azért nincsenek srácok, mert Fury-kat spektételjük, ők pedig úgy spektételnek, hogy altabon van. Vannak, ergo nincs hang. Az ott lehet. Na nézzük, hang. Itt a következő fight. Foxy. Na nézzük. Nézzük, mi lesz egyből. Most fognak, dehogy nem, dehogy nem. Most fognak menni. Soha hallottam egy kis vérszívást az elemire? Hát megpróbálják nyilván. Egy feladatom lett volna, az is bazd meg a C4-ével megjelenik a faszabb anyját. Na nézzük, fölé tudnak kerülni. Hát igen, itt azért nincs egyetértés, jaj. És hoppá, 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 jön a kupola, nagyon hát szép. Vérzik a fülem. Igen. Hát én keresztény iskolába jártam, ne haragudj, de én ezt nem. Ezt nem. Ezt a Jézus már pedig hallja. Ő már bocsánat itt a... De hát ez vérzik a fülem. Vérzik. Hol a társa? Én azt várom, hogy Saxinak hol a társa, de hát nem, Levinékkel találkoztak. És kim van a Stormban? Hát HP az van. Ott menekülhet a társa? Uram, bocsáss meg nekik. Nem tudják, mit cselekszem. Bűnös lelkek. Hopp, én megy az ugrás. Én itt akarok maradni és hallgatni egyébként. Most kéne visszafordulni annak a srácnak, és akkor bum-bum. Hát jó. 18 HP-ja van konkrétan Levinnek. Jó, de van medkit. Ha minden de ha nem hagyja. De hogy nem hagyja. Levinnek mindent hagyja. Ezt még hozzáteszem, hogy hármassal pusolni. Hármassal. Hát, de ja, értem. Rámpa, padló. Alul, fölül. Nekünk magyar, szerintem lehet, hogy nekünk. Ja, lehet, köszönjük. Lehet, hogy nekünk. Itt van Death Papito. 4 killel. Jó Isten! Ők ha most megnyeri, akkor minimum akkor bejön a tippem. Ja nem, mert azt mondtam, nem. Hogy pontosan kellett? Hát fölött alatt? Vagy nem, te azt mondtad, hogy 4 kill. Az még, ha nem ölnek többet, akkor még az működhet. És ha 5 az már nem jó. Hát az 5 az nem. Hát ez kicsit. Az már nem. De egyébként csalás. Valószínűleg, hogyha bemennek a kiskörbe és akarnak nyerni, akkor ott még kell, hogy így van, így van. Huszon, úgyhogy... Kassza, na minden van ott. Megy a taktikai várakozás, és egy kis tánc. Ez az indian tánc, ez nagyon durvá jó egyébként. Jó, nem jó. Nekem nagyon... Nem vagy jó? Vagy nem rossz, nem rossz. Nem jó? De jó, igen? Nekem tetszik. Én nem biztos? Azt mondom egyébként. Én nekem a nevetés a kedvencem. Mindig azt mondom. Az a rohadt szamári szél. Igen, nagyon jó. Imádom. Na enemy a láthatáron. És nem is nagyon mozognak, úgyhogy talán bele tudnak szólni abban a harcba. Így van. Azt a betyárját. Azt a betyárját. A társa közben táncol. Tapfire a földön. Meg is haltak. Rip. 13 alive, és a kör brutális a rossz. Igen. A lootlékes körök, hát nem tudom, hát hogy... De figyelj, mert hát igen, vízben vannak, úgyhogy itt azért érdekes lesz. Hát itt a fém, úgy meg kéne kezdeni, hogyha fémük van, de a fa igen, nem kell, lesz. Igen, el kell kezdeni építkezni. De valószínűleg az utolsóra, mert most még nem az utolsó bázis fog épülni. Valószínűleg csak ide akarnak a kör szélére egyet. Igen, petyáiket közben sorozzák. Így van. És ráadásul nem is a vízből, úgyhogy... Van, hanem csak baromira halk egyébként igen. Náluk. Vagyis hát, akiket spektételnek. Na nézzük, hogy mi lesz ebből. Átváltott téglára, ilyen, vagy csak elfogyott a fa. Ja, sefeletti meghaltak ritélben. Ki van még? Akkor Levinék lehetnek, akik azt mondom, hogy... Hát én szürcsülőjéket is most már azt mondom, hogy beférnének. Én nem tudom, hogy ki... Nem találkoztam velük a selejtezőben. Hát látod. Nem tudom, mindjárt utána nézzünk, hogy tulajdonképpen melyik csapat ez, de nagyon jól állnak egyébként. Tehát 3 killel benne vannak most már a 11 ember van rajtuk én kívül. Van. Hát ugye Bazsix a társa szürcsülőnek. És nagyon jó a pozis. Így van. Picit nem halknál a játék. Illetve hát még mindig Fury-nél halk, bocsánat. Na nézzük, bejön ez a high ground, viszont hogyha ott borulás van, akkor nagyon borulás van. Így van. Viszont kijön loot lake-ről teljesen, és ott meg is jöttek igen. Le a launchpaddel. Na, ott csak be kell építeni, mivel hogy ott már ők benne is vannak a körben. 13 alive, ez egy nagyon jó ending lehet. És nagyon sok build van, tehát van. Itt aztán kell majd fightolni. Valószínűleg nem a földön fog véget érni, az egy szép damage. Volt.
Az nem, én most levinnék szemszögéből, nézem, hogy ők hol vannak, vagy hol helyezkednek most el. Azt na, hittem, teljesítik a vágyam. Igen. Elhitted volna? Lil Petya 4 kill. Igen, igen, nem igen. Rossz. Nem, de. A társának igen. Is 4 kill, igen. Nem? Nem? Nem a Gold Trooper vagy Lil Petyát néztük eddig? De, ne... a Gold Trooper, neki is, tényleg, neki is 4 volt. Talán igen. Mindkettő extrémál vajon? Nem tudom. Nem tudom, én sem. Hát ez csak nem, a 8 kill, az brutál lenne. Viszont elég szépen építenek fölfele. Hát igen, csak menniük kell, valószínűleg azért ennyire nyugodtak, mert van launchpad. Van launchpad, biztos, hogy van. Így van. Különben nem lennének ilyen nyugodtak. Ez ugyanúgy megcsinálta ugyanezt valaki a selejtezőben, emlékszel, és pontosan ugyanígy közvetítettük, és akkor is launchpadot, hogy valószínűleg most is az lesz. Olyan dezsemű van, akkor is ugyanígy szorítottad a combom. Csak igen, most már erősebben jobban izgulok. Igen. Hogy izzad. Na, itt figyeld a bokor! Figyeld a bokor! Man of the match! Ki az? Man of the match! Ki az? Give na that man a cookie! Na gyorsan, gyorsan előttük róla. Mármint, hogy egy sütemény, tehát, hogy így... Jó Isten! Na nézzük! Nézzük, meg lesz-e a bokor. A bokor ember. Lilpetyáig jól játszanak. Hát, meglett a bokor ember. Nem látom, hogy ki az! De mekkora bevállaló dolog kell, hogy ilyen körülmények között valaki betolja. Figyelj, én ezt kérdésen is láttam egy ilyen trollt. Tényleg? És pont azért, mert senki nem számít, ki gondol arra, hogy egy versenyen lesz egy bokor? Nem, mondjuk az is igaz, de mondjuk nem, egy futóbokorról már azért a képen rohan bele a körbe. Igen. Igen. Igen, elég levágós. Én azt mondom, hogy 9 kijük van, hogy én biztos vagyok benne, hogy az előbb a Gold Troopert néztük. Én azt mondom, hogy 9 kijük van, de majd ez kiderül. Na, az arany lépcső, arra nem mész föl. Most már igen. Az viszont nagyon durva. Nem tudom, akkor. 12 ember egy ilyen körnél skirmish meccs. Mondhatjuk, igen, hogy ez skirmish kategória. Labirintus fájtok jöhetnek, és levinék nem tudom, hol vannak. Ó, azért az a gránát az ott eléggé morcos lesz majd, és nagyon szép építmények egyébként mindenhol. Így van, így van. Viszont ott a gránát, miért nem dobod el? Nem volt benne izé? Cumó? Nem szarakodnak. Despapito nokkol egyet. Azaz, előjött, ez kell, igen, így ennyi, van, ez kell. Kis damage-re. Megindultak. Igen. Nem, csak nem szabad ideérni. Itt most ki kell jönni balra, vagy valahogy átvenni a high ground-ot. Az szép, az szép. Hát a gránát launcher-rel sebeztek ott elég sokat. Pusoljatok rá, gyerekek! Na nézzük, Levin, na. Meg lesz a win, és suli kezdés előtt. Most nem foglalkoznak. Mert hogy ő még ugye nagyon-nagyon fiatal. Mennyi idős Levin? 15. Nem mondod, de tényleg? Azt a betyár mindenit. Bizony, hát 15 évesen így játszana a fiam. Nagyon jó, nagyon itt jó. Kiiratnám az iskolából, igen, azt instant only Fortnite player. Így van. 14, bocsánat, 14. Gamer Suli, hajrá! Még ártott. Ja, igen, így van, hajrá. Ne, ne. Szedjétek föl. Szedjétek föl. Gyerünk Levin. Usz. Hát most tesi órára hát, gyakorolja. Nem lesz ideje fölszedni, tehát nem fogják fölszedni Levint. Nekem de, van nagyon érzésem. De, itt van de hogy nem. De olyan, nézd a kört. Szűkül, 16 sek. De hidd el, hogy fölszedi. Hagyják fölszedni persze, Levint. Persze. A Mikulás lányt. Persze. Hát, ez a beceneve a suliban is, az a vicces. A Mikulás lány. Oda néz. Na nézzük, és van, és van. Van puttonyában minden bandázs, jó. Igen. Oda néz. Bandázs és egy kis shieldelinjó. Na gyerünk. Nagyon jó, nagyon jó. Annyi először a win, van. Aztán az évnyitó, csak nyom meg Levin, hajrá. Én most szurkolok nekik. Tehát itt pártatlannak kell lenni, én Irovetnek és Levinnek. Egyébként... Ajjajjajjajjajj, és szűkül a kör, menni kell, nem az ő fala. Na most már nagyon érdekel, hogy mit szerette volna mondani egyébként. Nagy nem tudom mondta, hogy ne felejtsd el! Nem nagyon tudom. Érdekel, hogy most nem mi jött volna. Nem tudom. 6 ember, nincs kör konkrétan. Eszembe jutott, mit szerettem volna mondani. Jaj. Én a zombi lánynak. Nagyon sok az a kill. Tehát én azt gondolom, 9, hogy megérdemelnék azt a wint. Minimum 9 kill. De így se rossz. Tehát 9 kill, elrövett 0, és azt hiszem Levinnél 2 volt talán. Igen, igen. 22 HP-ja van Irovetnek. Az nem túl sok. Ne. És pont feltud. Gyerünk. Na nézzük, megy a fight. 5 ember él, 4 Iroveten kívül még. Atya jó Isten. 22 HP. Atya, az Levin lesz. Így van. Nem ő volt? Veripetkes fel? Szerintem ő volt. Piko! A semmiből a szamuráj fiú. 3 ember összesen. Öcsém.
1v1. 1v1 Na nézzük, IDK Bro vs Pico. Igen. Egyik lent, Pico fönt. Ez a szárny bagos, ez fixen bagos. Ennek nem így kell kinézni, hogy mintha valami nem tudom. Kivert galamb lenne. Két szint a különbség köztük. Így van. Ugye Bro van lent, és Pico van fent. De odanéz, IDK-n 6 kill. Azt a betyár mindenségét. Pico 3. Az a szárny. Na nézzük. Nem mondom, hogy életet ment, de... Na itt kérdés, hogy mit érdemes csinálni, lemenni hozzá, le vagy kell följönni? Menni. Mindenképp, most mindenképp találkozni fognak, nem fogják megvárni. Bár, én bár... pont erre gondoltam, hogyha itt van valakinek híje, és nézd meg Pico HP-ját. De... ez bro, ez bro. Ezt és meg, ez bro. Na ezt nézzük. Megnyeri, megnyeri. Na nézzük. Nem kell menni, nem kell menni. Ezt megnyerte. Megnyerte. Na nézzük, hát na biztos. Nézzük. De mind a kettőnél van, mind a kettőnél van. A... és Pico később nyomta be. Igen. Később nyomta igen. be. Igen. De viszont Bro-nál így van. Bro, több HP-ja volt. A HP döntött gyakorlatilag. Wow. Ez mekkora end. Apám, ezt adom. Ezt adom. Ezt nagyon jaj. Adom. Bocsáss meg, ne haragudj. Semmi gond, nagyon mind jó. A két game valami extra módon ért véget. Az egyikbe káosz, a másikba pedig campfire. És itt az döntött, ki mikor merte letenni azt a campfire-t, és kinek mennyi HP-ja volt a végére. Abszolút, ez egy nagyon jó ending volt. És ez eddig a favorit nekem ez a, nagyon az jó. Összes. Ez, nem, ez... a, nem a döntő, ez összes meccs közül. És bevállalták, és az a durva, hogy mind a kettő ugyanerre gondolt. Igen. Tehát, hogy tudta mind a kettő, hogy jó, van egy campfire-om, haha, akkor megcsinálom a másikat. Itt, ha mondjuk idékenek nem lett volna campfire, akkor átment volna Pikhoz, és egy jó kis storm fight. Biztos, hogy lett volna fight egyébként, tuti, de mind a kettő arra járt, igazi hogy a másiknak voltak. Nincs. És hogyha van valakinek egy medkitje, akkor mi van? Az hát még igen, plusz. Azt, ugye, igen. Azt a betyárját. Még a bandage-ok is rengeteget nyomnak. Tehát nagyon, így, nagyon. Plusz egy tick gyakorlatilag. Így van, így van. Hát plusz egy másodpercet így tudott van, volna élni. És az itt ugye a végén nagyon-nagyon sokat számít. Hát én nem találok szavakat, megmondom. Szóval én ilyet és még nem láttam így versenyhelyzetben, hogy ezt így bemerik vállalni és csinálnak egy ilyet. Versenyhelyzetben én sem. Mondjuk, amikor volt a showdown, akkor ott rengetegszer volt, hogy mit tudom, volt épp 3 vagy 4 campfire-om, leraktam és tudtam, hogy én nem kellett semmit csinálnom. Mekkora? Beboxoltam magam, és ugye 4 campfire egyszerre többet hílál, mint amennyit az utolsó az damage-el. Az biztos. Hát jó, csak azért ott azért az is kell szerencsé, hogy megszerezd azt a 4 campfire-t. Igen, igen, mert ugye rare, tehát hogy kék hát item, és nem annyira. Hogyne, nem annyira egyet nehéz szerezni azért, nem hogy igen. 4-et. Igen. Na mindegy, hát itt az a helyzet, hogy mind a két játékosnak volt campfire-je, és mind a két játékos ugyanarra gondolt abszolút. Tulajdonképpen. Annyi különbséggel, hogy az egyiknek kicsit több HP-ja volt, mint a másiknak. Szerintem, hogy kérdezzük meg a srácokat, kérdezzük. A nemzőket. Na, hogy elemzők. Mit gondolnak, Wasabi úr és Heldeus. Na véleménye. Na, na hát egy remek játék volt. Szerintem szinte minden szempontból jó volt, mint az előző egyébként, mert nagyon agresszívok voltak a srácok. Láttunk rengeteg embert, 4-5, akár 6 killekkel is volt egy csapat, aki legalább 9 killet is szerzett, úgyhogy ilyen az első game-ben nem annyira volt, hogy ennyire sok kill összegyűlt van embereknél, úgyhogy ez remek volt szerintem. Másrészt még az a lootlékes ending is nagyon tetszett, mert az mindig egy remek összetevője egy ilyen izgalmas endgame-nek, amikor vizen kell építkezni, legalább egy kis ideig, úgyhogy szerintem az is borzasztó jó volt. Meg hát ez a legutolsó ilyen campfire csetes, egy segyelmesmű dolog, amit minden nap látunk, úgyhogy ez egy végig egy nagyon izgalmas, nagyon különleges játék volt szerintem. Na és a vége? Tehát ez milyen durva, hogy így úgy lett vége, hogy így mind a kettőjüknek volt campfire. Mind a kettőjüknek volt, igen. Nem is az, hogy ritkán látjuk, sima game-be is ritkán látjuk, nem, hogy még versenyen. Úgyhogy erre abszolút azt mondom, hogy azt a leborult szivar végig. Ez klip szerintem a vége. Ez nagyon durva, ez zseniális. Ez nagyon megért tetszett. Egy klipet. Ez best moment. Talán tényleg ez eddig egyik legjobb ending volt, hogy Ruben mondta. A legjobb. Időközben egyébként elkészült az első mérkőzésnek a pontozása. Hú, de gyorsak vagyunk. Bizony, igyekeztem. És hát nem meglepő módon Alfa és Szatyor, akik ugye megnyerték a mérkőzést, ők vannak az első helyen, de nem sokkal van tőlük lemaradva Pico és Veribet Casual, mert nekik nagyon sok kíjük volt. És most is. Tehát amíg az i9-nek volt 3 kíje, addig nekik 6, és az elég közelre fel tudták magukat hozni. A harmadik helyen pedig... I9-esek alfáik, ugye? Tessék? Az i9-esek alfáik. Igen, alfa és szatyor. A második helyezett a Question Y, Pico és Veribet Casual. A harmadik helyen pedig Shuffle-ék állnak 185 ponttal, míg i9-éknek... tehát Alfának és Szatyornak van 230 pont, úgyhogy nem olyan nagy különbségek ezek. Nem. Bőven lesz még itt izgalmas pillanat, meg pontharcok.
lejjebb mennyire azonosak a pontszámok nagyjából? Tehát ha mondjuk nem az első hármat nézzük, hanem egy kicsivel lejjebb. Van egy nagy hézag, vagy abszolút behozható még? A negyedik hely és harmadik hely között 35 pont van, semmi. Ötödik semmi. Helynél 40 pont, és utána mennek már le 100-an a játékosok, ott jobban össze vannak tömrülve, sokan ilyen 20-30 pontokkal. Win. Egy win kell. Egy win vagy egy nagyon jó killes meccs. Így van. És már hozható még bárkinek ez az egész? Abszolút. Abszolút-e. Na, hát akkor hajrá. Úgyhogy igen, megyünk is a szünetünkre. Készítjük a harmadik mérkőzést, folytatjuk a pontozást. Ne menjetek sehova.
Sometimes I try to put myself out there. Sometimes I try to make it look like I'm comfortable in the skin I wear. But these words cut deeper than a knife, and I gotta act like I don't care. But if it didn't happen, then I guess I wouldn't be here. I guess I wouldn't be here. Oh no, stop with all the bullshit. I'm done with all the fake love, so you should really just quit. 'Cause I saw the text on your phone, and it's hard to say. It's hard to say. So I guess I'll be on my way. But I don't wanna live in a world without you. No, I don't wanna live in a world without you. No, I don't wanna live in a world without you. No, no. Na hello ismét srácok, túl vagyunk a második mérkőzésen is. És hát Idékel nyerte az 1-1-et a legvégén. Egy elég elképesztő, hát nem is tudom, nem mondanám csatának, így nem is tudom, húzással, taktikával. Egyfajta csata volt végül is, csak nem egymás, nem ők bántották egymást, így hanem van. A körrel harcoltak, a viharral, minél kevesebb, minél jobban túléljenek benne. És hát ez is egy csata volt, igen. Ilyen még nem volt egyébként egyik kupán se itthon Magyarországon, igen. Az biztos. Na hát ezt is megértük, igen, különleges pillanattal sikerült megajándékozni akkor a magyar játékosokat. Köszönjük a két résztvevőnek, hogy ilyen végjátékot hoztak el nekünk. Mi is meglepődtünk rajta, tehát ez zseniális volt. De repülünk is tovább a harmadik mérkőzésre. Így van, jön a harmadik meccs, és hát... Mindig mondom, hogy remélem, hogy izgalmasabb lesz még ennél is, de hát nem tudom, mert hova. Van idő, hova amikor nem lehet tovább fokozni. Így van. De hát, ha tudják. Kérdezzük is meg róla a kommentátorainkat. Mit várnak ők a harmadik mérkőzéstől? Már láttunk izgalmas, tényleg harcba torkoló endgame-et. És vihar által. Kivégzős. Hát mit gondoltok, srácok? Ezt gyakran mondom egyébként, de most valahogy úgy érzem, hogy ezt előző gémet ezt nem lehet felülmúlni. Aztán valahogy mindig sikről egyébként, de most megint csak ez a véleményem, hogy ez egy nagyon brutális meccs volt. Tehát annyi érdekes dolog történt benne, az a random bokorjátékos, ez a campfire ending, hogy láttunk embereket, akiket sose korábban, de 3-4 killel, ez egy nagyon-nagyon színes és érdekes meccs volt, úgyhogy nem nagyon tudom elképzelni, hogy lesz ennél még jobb egyébként, de azért bízunk benne, hogy valahogy még jobb lesz a következő. Az első se volt egyébként rossz, tehát ahhoz képest megy a színvonal fölfelé, de ez a selejtezőknél is így volt. Mindig mondtuk, hogy nem lehet jobb, nem lehet jobb, és valahogy mégiscsak jobb. Igen, igen, pont erre beszéltem, hogy mindig ezt mondom, most is ezt mondom, de lehet, én ugyanezt jobb mondtam lesz. Most, nem tudom, hallottátok ezt, szóval így igen, ismételgetjük egymást. De igen, szerintem igen. Mi át is adjuk nektek a szót, hogy vigyétek akkor a pálmát, hogy elbúcsúzom. Sziasztok. Na, menjem már! Na, szóval...
Hát nagyon kíváncsi leszek a harmadik mérkőzésre, úgyhogy minden meccsről elmondjuk azt tulajdonképpen, hogy a játékosoknak még nyilván mindig van esélye, a játékosok még szerezhetnek pontokat, és ez egyébként most is ugyanígy van, és egyre látjuk azt, hogy egyre jobban agresszívabbak a játékosok ismételten. Igen, igen. És persze lehet ilyen sablódumákról beszélni, de mit gondolsz, Jussu, mi járt a bokor játékosnak a... Man a, of the a match. Fejében. Man of the match. The Bokor is man mi of the match. Mi volt a term Bokorra szerinted? Mi volt a fejlemény? Figyelj, szerintem egyébként ez egy baromi jó ötlet lehetett volna. Sőt, jó ötlet. Nem tudom, hogy meddig húzta ki, mert nem láttuk, ugye. Nem láttuk, mióta volt de a Bokor. Meg azt sem tudom, hogy hány kije van, meg hogy sikerült. Az kétségtelen, hogy mondjuk annyiból jobb, hogy ugye a Bokrot már úgy megcsinálták, hogyha célzol, akkor már nem látszik bele a Bokor. Mert ugye alapvetően a Bokor egy nagyon nagy hátrány is volt, amellett, hogy egy előny is, hogy legugolsz, és akkor ott el vagy. Viszont most már annyira nem volt zavaró a bokor. Hát nem tudom, hogyha az a bokor az talán egy álló bokor lett volna, igen, nem pedig rohanó bokor. Pont el tudok gondolni, akkor... hogy nem akkor kapják el, hogy éppen megy a sztor belől, hanem áll, hogy ott gugolva valahol, akkor simán lehetséges, hogy kettő kőszeret, vagy akár egyet. De... Igen, meg volt. Hát igen, nyilván ott azért a storm a bokornak is futnia kellett, úgyhogy hát a futó bokor azért az kicsit feltűnő volt mindenkinek. De ahogy hát mondtuk, nem is tudjuk, is hogy mióta volt rajta a bokor. Lehet, hogy már egy 5 perc a osont is mindenki elment mellette, úgyhogy akár lehet, hogy működött a bokor, csak pont egy rossz pillanatban kaptuk el. Helyezésre nem volt arra rossz egyébként, igen, tehát igen. A top 10-ben szerintem benn volt akkor már talán, nem? Hát lehet, hogy pont nem egyébként, de ott volt a top 10-ben a végjátékban a már ott volt. A 15 biztos meg igen, volt egyébként, igen. Úgyhogy odáig már elérte el Kempern egy bokorba. Ha lett volna annyi szerencséje mondjuk, hogy a Storm az úgy szűkül, hogy mondjuk pont rá, és igen, neki csak ott kellett volna gubbasztania, az úgy azért más sztori lett volna nyilvánvalóan. El tudnék képzelni egy ilyen szituációtól, egy ilyen konkrét kupán, az utolsó csapat egy bokrot keres a legvégső körben, és nem találják, ilyen több emeletes épületben vannak, igen, és nem tudják, hogy a legalján ott egy bokor való. És a bokor közben Matt tudott folyamatosan végig, sőt, még benyomja a campfire-t is, és egy égő bokrot látsz konkrétan így a meccsben. Persze, ez nagyon valószínűtlen, ja, de nyilván nagyon megnézik egy ilyen endinget egyébként, azt szerintem az évendig lenne nagyjából. Nagyon jó. Ez, nem mondom nekem, ez a campfire, ez brutál. Tehát ez best clip. Tehát ez nagyon ez jó volt, ez volt, hihetetlen igen. Jó ilyen volt. Ilyen külföldi prómeccseken szoktak látni, hogyha nagyon számít a helyezés, meg ilyesmi pont úgy kütnek ki, hogy elkezdenek hílelni, de ilyen magyar kupán ilyen soha nem történik, soha nem volt ilyen ending, úgyhogy ez volt a leges, amit láttunk, és nagyon szórakoztató volt szerintem. Abszolút. Na, következő meccs, mit vársz a következő meccstől? Még több bokrot. Szeretnék rengeteg bokrot látni. Szerintem egyébként kedvet fognak kapni az emberek a bokorhoz. Simán lehet, hogy az előző meccsekből az emberek ihletet merítenek, hogy akkor lehet, hogy bevetünk egy bokrot, vagy rámegyünk a campfire endingre? Hát igen, ez most egy csomó mindent így elő fog hozni, és egy csomó kérdés lesz. Az biztos, hogy agresszívabbak lesznek most már a játékosok. Főleg azok a játékosok, sőt, igazából nem csak azok a játékosok, akik mondjuk a tabella alján vannak, hanem mindenki, mert úgy hallottuk el Deuszéktől, gyakorlatilag nincsen sok különbség. Tehát igen, mindenki olyan szoros rá, bármi lehet bárki nyerhet még, tehát nincsenek eldöntve még a dolgok. Így van, így meg van. Meg is kaptuk közben a játékképet, nézzük. Itt, ahogy látom Pleasantot. Vagy hát Pleasantot is tegeltek. Igen. Vagy kettő különböző csapatot Paradise, látom? Így van. Paradise-ba fognak menni. Igen. Az egy nagyon jó út egyébként ott Paradise mellett. Az hol? Az ott Lucky? Vagy mi? Igen, igen. Igen. Ott Lucky-t tették ki. Az meg a másik fele, hogy most gyakorlatilag senki nem pihenhet, tehát nincs az, mint mondjuk a selejtezőkben, hogy volt egy-két csapat, akinek röhögve meg volt már a továbbjutás, meg az első, második, harmadik hely. Itt most tulajdonképpen mindenkinek mutatni kell még valamit. Igen, itt sokkal nehezebb a mezőny, mert ide már tényleg egy teljesítmények kell bejutni, nem azzal, hogy jelentkeztél. Így van, úgyhogy ez a meccs, ez szerintem elég sokat fog alatba vetni. Most meg tudja magát szedni. Egy ilyen meccsen bevállalni a Pleasant Parkot például, most itt látunk. Viszont szerintem nem jött ide senki. Akkor nagyon szerencsés idék. De és azt, hogy ki tudna, Firniék ugrottak most Pleasantbe. Ugye Ruben pont mondta az előző, hogy mindig nem is tudom melyik helyet mondták, hogy hova ugranak, de most nem Pleasantbe ugrottak. Igen, azt hiszem a diszkó helyet mondta ott a gyáraknál. Igen, szerintem meghallották egyébként, hogy jó, hát akkor inkább elmegyünk máshova, ne vállaljunk betegyen. Lehet az jött, mert Ruben külön mondta, hogy ha valaki vadászni akar rájuk, akkor oda menjen. Milyen kedves tőle, nem? Egyébként az abszolút pozitív. Lehet, hogy direkt emiatt most inkább ide jöttek, és hogy látom, be is jött, mert tényleg senki más nem látom landolni. Ha egy teljes Pleasantot kilútolsz, akkor az tényleg 10 perc. Az brutál. Így van. És ráadásul nem csak fegyverben 10x10, hanem Mattiban. Hát rengeteg ház, rengeteg bútor, igen, van, ezt lehet szedni. Minden van, vas, kocsi, minden, ami kell. Imád a játék. Valakinek olyan útja van. Na. Igen. Hát lássuk, hogy mire veszed majd a
a jó lootta. Egy portefoltot látunk egyébként eddig a... Igen, oppá, lilaszkár. Ez igen. Kék AVP. Tényleg imádja a játék, úgy tűnik. Igen. Most inkább nem ütöm még ki. És nagyon úgy tűnik, hogy tényleg nem jött ide senki, úgyhogy full nyugodtan tudnak lootolni az elején. Úgyhogy itt, ha a kör is megengednék, akkor akár fullra farmolhatják magukat. Igen. Talán még vasból is, meg fából is. Rengeteg lootta fognak kijönni, full shielden nagy eséllyel. Igen. Látom, shieldin már van egyébként 50 shield, de firni az még nem talált semennyit, de... De hát, vagy az lehet, az inventory a nagyra, igen. Érdekes, hogy a portafotot lecserélt egy boogie bombra. Hát én ott gondolkodnék, hogy melyiket hozzam, melyik lehetne hasznosabb egyébként, de úgy tűnik, hogy boogie bomb mellett döntött. Egyébként én is mostanában a boogie bombot kezdem használni. Eddig nem nagyon használtam, viszont jó, mostanában nagyon-nagyon nagyon jó. Tehát egy boogie bomb, pump SMG, ez egy free kill. Hogyha jó játékosok ellen vagy, az a baj a portafotot, hogy amikor elkezd épülni, akkor nagyon kevés HP van a falaknak is ledöntik. Igen. Fatalban damoink, igen. És ők is egész nyugodtan tudnak lootolni. Nagyon szétszilettek a játékosok, nem igazán vannak early fight-ok, ahogy látom. Nem, és nem sok minden azt látjuk, igen, hopp ott a nagy shield, az be is tudja tolni, max shield-el lesz, hogy városba nem nagyon ugranak az emberek most sem. Ja, és aki minden... be tudja vállalni a várost és bekockáztatja, az akár hát ez mindig egy ilyen 50-50 esély, hogy most vagy igen. Itt hamar meghalhatsz, vagy hogyha csak a tiéd, akkor pedig a complete jackpot. Így van. Hát ez most a húsvéti nyuszi elhozta Danoéknak, úgy nézem a jó kis lootot. Ott igen, a igen, kékpám. Egy full shieldet hátrahagyott Danónak abba a kis épületbe. Igen. Na itt láthatjuk Danót. Na nézzük a lootot. Hát azért ott nincsen még olyan jó loot. Nincsen shotgun. Én mostában nagyon megszerettem a szkóposát is, látom, ő is most boldogan magához vette. Nagyon jó tud az lenni, hogy nincsen rajta damage follow. Igen. Kezdjük úgy felismerni, igen. Hogy tényleg jó. Igen. És remek tud lenni. A másik az még a holós. A termál szkópos cucc, azt is annak nagyon sokan használják. 70 pluszos headshot, van. Van. Párat bekattintasz, és halál közel állapotban van. És folyamatosan tudod spamelni. Tehát, hát azért kisebb a tármérete, mint a sima szkópos ennek, de persze azért még lehet vele spamelni. Hát el tudod lőd, azért tudsz. Tehát nem olyan, mint mondjuk egy hoppá, itt valami történt. Kenyték. Megölték Zsolláékat, úgy tűnik. Ez egy gyors fight volt itt Dusty-ban. Le is meccselték egy-egy kill. Lehet, hogy mi történt, hogy ők len voltak, és a peremről lelőtték őket, azért nagyon nagy igen, sanszos. Olyasmi lehetett itt, nem viszont látunk sajnos. Viszont itt fullos Mati lesz itt Dusty-ban. Ugye most ők vannak itt csak itt. Itt is vannak, meg rengeteg full, fa. Igen. Itt föl tudják magukat majd fullozni. Ez így nem rossz. Kilt is tudtak hozni, relatív nyugodtan is fognak tudni lootolni, ha még van mit, és nem lootolták ki mondjuk zonék. Hát itt azért mióta egyébként be van így nőve az egész hely, én úgy vettem észre, hogy Dusty-ban kevesebb lett a loot. Régen, amikor még teljesen állt az épület, akkor több láda spawn volt, több föld spawn, úgyhogy szerintem azóta kevesebb lett a loot, de még lehet, hogy találnak majd egy-két dolgot. Nem is nagyon ugranak ide egyébként mostanában, én azt vettem észre a sima gémekben. Tehát egy csomószor mi is most már lemegyünk ide és lemerészkedünk, mert egyszerűen és egy csomószor van úgy, hogy nem csak lemerészkedünk, hanem egyszerűen nem is lootolták ki. Igen, kezdik kiadni az emberek, tényleg nincs benne sok loot most már. Nem nagyon kevés, de régen sokkal több volt annál. Hát igen, viszont azért a Shield meg a Mati azért ott nagyon adja a témát. Na itt megy a nagy kőformolás. Igen. Itt akár 1000 követ ki lehet formolni nagyon egyszerűen, hogyha itt maradsz egy pár percig üdögetni őket, úgyhogy lehet, hogy ezt látjuk. Van idejük, úgyhogy hát most az nem láttam, mennyire volt messze hirtelen, nem tudom, nézted-e. Néztem még bőven, hát most láthatjuk ugye, hogy még 2,5 percük van, hogy bezárjon a kör, és nincsenek messze a körtől. Akkor rájönnek bőven. Úgyhogy lesz idő bőven. Hát szépen, ütnek egy-két követ, futnak egyet, ütnek egy-két követ, futnak. Persze, nem egy lassú folyamat ez. Gyorsan szétütnek, az egy... Most már például itt 400 könél tartunk, lassan 500 most már, hogyha még egy párat kiüt, úgyhogy nagyon gyorsan gyűlik az. 900 Mati, sőt, már több mint 1000 Mati. Az már egy building fight. Az már nem rossz. Az már egy building fight. Menni. Ó, azért nincsen nagyon-nagyon-nagyon közel, igen. De... Be fognak érni szerintem. Persze, az első az még... Megcsípi. Ha meg is csípezik, csak egy damage, egy másodpercenként, tikkenként, úgyhogy szinte mindegy. Így van. Hoppá, viszont Remi egyedül van. Megjött a csapattársa a szóló játékosnak. Na. Igen, Remi egyedül van. Sajnos már halott a srác egyébként, de felváltották egymást. Most csak te játszol. Hoppá. Na ez meg a másik, ami még nagyon-nagyon érdekes, hogy mostanában, ugye, sőt nem, hogy mostanában, már legalább egy-két hete olcsóbb lett ugye a materiálból kiszerezhető fegyver. Az automatából, ami azért szintén eléggé megkönnyíti. Mostanában én is keresem egyébként az automatákat, nem tudom, igen. Te hogy vagy ebben. Eddig nagyon nem értem megvenni belőle, 300 ér heavy-t.
Igen, 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 meg 500 azért egy, hát még a Chuck-Jug néha megérte esetleg, ugye éppen szorul voltál, de 500 az nagyon drága egyébként, úgyhogy most már sokkal-sokkal több értelme van belenézni a vending machine-okba. Igen, mondjuk ez azért nagyon sok játékosnál negatívum úgy volt, én mondjuk pozitívat vettem ki belőle, tehát így azért akinek nincs elútja is azért eléggé föl tudja magát szedni ilyenekből. Persze, jó ez. Hoppá, hoppá, az a saját csapatását sikerült. Az egy leesős, nok volt, ennyire szerencsétlenül jött ez itt most kinek. Ajjajjajjajjaj. És így most emiatt 1v2 van. Igen. Meg kell inni a levét, amit szerencsés. Na nézzük, mi lesz és ebből az a fájból. És az a baj, alájuk is került, úgyhogy nehéz a helyzet. Rámegy a társára. Nem hiszem, hogy engedni fogja ki felszedni. Szerintem föl fogja tudni szedni egyébként. Igen, ketten szerintem hagyni fogja. Igen, nincs a közelben senki. Szerintem most se tudják, hogy hol van. Elkente. Ez elkente igen. A izét. Erre nem lesz, azt és ott volna. A medkit ki is dobja, szerintem még arra. Ha most, hát én nem mozdultam volna ki. Hát lehet kijött fedezni, hogy hát ha le tudja kapni őket, amikor jönnek. Danóék a sztorban. Nagyon messze, nem látjuk milyen követ a minitérképen konkrétan. Jó, ott a medkit egyébként, tehát valószínűleg nem találkoznak senkivel, azért túl fogják élni. És MNX, nincs MNX. Hoppá, hoppá, hoppá. Neki halálról lemaradtunk valahogy. Le. Ajajaj, az fail volt, igen. Igen, az a drága életedő pontokat vesztett. De ott van már a minitérképen akkor úgy, hogy beér simán. Á, csak ott fájtolnak jobb oldalt. De ők is a stormban, az a durva. Igen. Na kérdés az, hogy Danó melyiket választ, hogy rájuk fog-e menni, vagy pedig be fog menni a körbe? Mert szerintem próbálnosan itt bal oldalt. És csak ott a két kill. Igen, hát én na, nem két kill-t látok abban. Figyeld, én abban egy halált látok igen. Ott. Hát kérdés, Danó mit lát ebben? Nagyon komolyan nézi a monitort. Nincsen engedek shieldje, azt figyeld, hogy 13 volt neki. És Kenny-ték. Kenny-ték megverték a duplát, fölengedték szedni ugye a társát, és onnantól kezdve meg is verték őket. Nézzük, hogy itt mi lesz a helyzet. Én mindig rátolom Metkit egy gyorsan. Be fog érni, és még lesz ideje betolni, mert a másik csapat az ott van, nem is látja a dombról. Ez egy szerencsés dolog. Hát igen, azért mennek a sóhajok. Hát 1v2-ben mehetnek is elég igen. Durván. Igen, most MNX-néknek ez a két meccs eddig nem úgy jött ki, ahogy szerintem szerették volna, meg ahogy a selejtezőben megvolt, de még nyilván nincs lehetetlen. Persze, bárkinek vannak rosszabb meccsei. Ott egy knock volt sajnos. Hopp, meg ki is végezték. Kenny egyedül van, aki menekül kicsit a stone-ba befelé úgy tűnik. Igen, az nem volt, az a bouncer, az nem volt teljesen hát, jó. Hát sietett vele. A Chuck-ot aztán lesz ideje eltolni, annyira pusolják, hogy ez igen, lehetetlen ez ennyi, volt. Nem. Ebben a metában két SMG-t, meg V4-eket. Legyőzte, aki előbb majdnem igen. Nyert a első meccsben, ugye? Igen, de szerintem ő is egyedül. Ő is egyedül lenne? Egyedül van, igen. Úgy néz ki valóban. Igen. Egy 1v1 fight volt végül is. De én nem létezik, hogy állandóan minket basznak meg az összes csapat lánk, ezt nem tudom, itt, hogy nem tetszem fel. Itt hallunk egy kis panaszkodást a szendvicsek miatt, hogy mindenki hát, rájuk megy. Ez sajnos ilyen, tehát ez a Battle Royale helyezkedés. Nagyon-nagyon itt sokat számít itt a társa, igen, csak tolja a medkit. Igen. Talán a Chuck-ot, nem tudom, melyik volt. Vagy a Chuck-ot. Valamit. Nem látom az animációt pontosan. Én leugratnék azzal a szekérrel. Azt mondod? Persze. Érdekes, hogy már csak 30-an élnek, ez nagyon hamar elfogyott szerintem. Nem lehet építeni a kocsi miatt. Ezt nagyon sokan utálják, igen. Hogy ezt így behozták. És leküldi. Igen. Jó a pozi. Gondolj bele, valaki menne a hegy oldalába, nem, és hirtelen legurulna egy kocsi kazda nélkül. Integet tudod így a izé. Hello. Na hát ez érdekes lesz. Ketten vannak még firnék, úgyhogy... Úgy néz ki, hogy bejött nekik az élet, legalábbis ez mindig egy jó pozíció. Igen. Nem is tudom, kiket láttunk ezen a hegyen mindig a selejtezőkben, de volt itt valaki egy csapat, aki mindig erre a hegyre jött is, nagyon jól szerintem jártak vele. Szerintem pont Firniék voltak azok egyébként. Pont ők én voltak. Firniéket mindig a hegyen láttam. Emelikszik esetleg? Lehet, hogy ők is. Ők, igazad van. Lehet, hogy voltak, igen. Ja, látom már, mennek, esélyek. Igen, MNX-ék voltak, mert mindig beszéltük is, hogy nagyon sokszor rájuk szűkült a kör. Igen, szerencsések voltak igen. A körökkel. Igen. Ha azt ott ellövi, az brutális, igen. Brutális. Az egy szép lövés lett volna, rá kell menni. Hát nehéz, rá kell menni. Nem sokat veszített vele. Igen, egyet látott, valószínűleg tényleg csak egyedül volt. Ráment a másik egyre. Hát itt szerintem itt meg kell ülni egy picit, levinnék itt vannak RPG-vel. Igen. Lehet akár fullos, akit ebben most igen, egy csomó nagyon sokat számít. És ott az új item, a Rift to Go? Igen. A földön, nem tudjuk, hogy fel akarják majd használni. Hát ez most nagyon jó, hát ez muszáj, tehát ezt a Rift to Go nem szabad ott hagyni. Elég jó item, igen. Barom jó, menekülni is. A második két alkalmat is láttunk, igen. Amikor használták az igen. Emberek pozícióváltásra. Szerintem itt hagyják, aztán, hogyha szükséges, akkor fel fogják venni. Simán lehetséges, hogy visszatérnek majd ide, érte?
Ugye így, hogy el lehet vinni, el lehet használni úgy, hogy még az itemet is viszed magaddal, így tényleg brutálisan jó. Ha még egy teljes slotot rá kéne áldozni, akkor azt mondanám, hogy nem annyira jó item, de így 10 per 10. Most sem áldozzák rá szerintem, nem? Ott hagyták a riftet. Ott hagyták, igen. Lehet tényleg visszatérnek ide, hogyha úgy érzik, hogy gond van, vissza kéne vonulniuk. Igazából igen. Mondjuk abból a szempontból az egy jó mentő is lehet. Egyébként, ha bekerülnek valami nagyon nagy dugóba, azért ott azért azt jó ellőni. Gyorsan kibekkelnek vissza hegyre, föl, és ha követik is őket, akkor is elhúznak a lifttel, úgyhogy nincsen nagy baj. Na nézzük, három legint. Kille van három már levinnek kill. Egyébként, úgyhogy az eléggé nice. Ha valaki más is driftezett ott fenn, ahogy látjuk. Azt figyelj, hogy merre mehet. Jól látom, hogy nincsenek most villámok? Nem, megszűntek. Ugye? Amikor a kocka létrejött, akkor az utolsó repedés bezárult. Igen. Az ég most már teljesen tiszta. Itt látjuk csöves bátot, nem hiszem, hogy néztük ma még egyébként egyszer se. Ugye nem streamel, hanem most csak shuffle keresztül látjuk. De van már egy kille egyébként, úgyhogy egy akcióban részt vett már. És ezek szerint shuffle-ők elhullottak. Igen, úgy tűnik, Eti meg shuffle az meghalt most ebben a körben, de van kettő kill-e shuffle-nek, Etinek nem tudom mennyi lehet, de úgy tűnik, hogy azért öltek ők is még a halál előtt. Igen. Ebből is látszik egyébként, hogy mennyire közel vannak egymáshoz a csapatok, mármint nem csak ponnyilag, hanem úgy skillben is. Tehát vannak nagyon jó játékosok, akiknek, hogyha nem úgy jött ki a lépés, mint mondjuk a selejtezőben, ettől függetlenül nagyon-nagyon jó játékosok, de most így valahogy így nem sikerülget. Kíváncsi leszek a későbbiekben, mert azért olyan nincs, hogy 5 gémből egyszer sem jön ki a lépés. Talán lesz lehetőségük még azért javítani. Igen, a döntő az direkt azért áll ilyen sok játékból, 5-ből, mert Battle Royale is az, így hogy 5-ször állnak ki legyen egymás után, az szinte lehetetlen, hogy ilyenkor mindignek lesz egy jó játéka. Én azt gondolom, hogy még ők is, és szerintem Danoék is még fognak egyet durrantani egyébként. Én biztos sem veszem, hogy lesz egy durrantásuk. Szeretnénk látni azt mondani, hogy durrantást, izgalmas lesz mindenképpen. Igen. Pikóék most nagyon mennek. 4 kill megint. Ők voltak, akik eddig is sok killt szereztek? Nagyon brutálisan tolják. Ők voltak az egyik, ugye a másik volt pedig melyik az volt IDK-s. Melyik volt a csapatok ki legalább 9 kill-t szerzett? Az melyik volt? Szerintem ő az a zombi lány volt, de szerintem nem ők voltak. Azt hiszem az IDK volt talán. Na, az nice, de Pikóik is tengedeket öltek mindenki. Igen, ők is sokat ölnek. Nagyon durván tolják. És jó helyezésük is van, úgyhogy ők azért várhatóak lesznek a topban. Nagyon-nagyon összejön most nekik. Ott a kasza villan. Igen. Az elmúlt, játékos. Igen, az elmúlt 2-3, vagyis hát a 2 meccsben mindig ott voltak, és mindig sok kijük volt. Na ott egy hatalmas dupla torony áll velük szembe, úgyhogy ők is elkezdenek rögtön építkezni, ahogy látom. Igen. Nem nagyot, hanem csak egyik is egyszer egyes, hogy ne lőjenek rájuk se onnan. Talán. Próbálják, igen, farmolnak egy kicsit. Szűkül a kör, 18 ember. Megint van valaki a tipikus hegyen. Ez a kettő hegy, itt nézd a mindérképet, ez a tipikus hegy, ahol mindig van valaki, mert annyira jó pozícióban van. Aha. A szembe lévő hegyen is amúgy, szóval ott... Ja. Pont innen látjuk azt a hétkezést, amit előbb néztünk belülről. Így van. Itt a másik oldal. Fixre megyek. Észrevettél akkor rá egymást, úgy tűnik. Jó, van egy piramis. Én is leraktam éppen a piramis. Sőt, még egy harmadik torony is van, hogy látom egyébként. Itt ilyen nagy toronyharcok lesznek. Igen, jól hallottam, akkor pont azt mondta a Firni, hogy nem a Firnek a csapattársa, hogy a chillre megy. Úgyhogy ők valószínűleg most kicsit be fognak ülni. Very bad casual, látjuk, ő is építkezik itt valamelyik dombon. A sok közül. Tanó az feszült figyelemmel figyelj a történéseket. Mint valaki egy termállal lőne, úgyhogy ezzel nem vigyáz. Ott az egyik tornéban beleszaladt a stormba. Azt hiszem valaki termállal lő, úgyhogy nem vigyázni kell. Mert egy ilyen fafalon simán lehet látni rajta a réseken. Hogyne, baromi nagy előny, kérdés az, hogy elhozod-e. Ő elhozta. Tényleg te elhozod a termál... Nem. Nem hozom el. És ezt bánom egyébként, hogy el kéne, mert egy nagyon jó fegyverről van szó. Tehát igen, az, hogy meg tudod mondani, hogy az emberek hol helyezkednek el a környezetedbe, az egy nagyon nagy versenyelőny. Persze. Kérdés az, hogy megér egy slotot. Nem jut eszembe a neve. Nem jut eszembe a neve. Segítünk, Firni, segítünk. Azt hiszem, valakit nagyon izgul egyébként. Igen. Minisír, nem jut eszembe a neve. Igen. Hát megesik, ez egy nagyon durva. Nem tudom mi az, de odaadom neked, haver. Igen, picikék, van belőle hárman. És segít neked egy picit, úgyhogy... Ja, idd meg, jó lesz. Jó lesz, idd meg, nem jut eszembe a neve. Belemelyztettem. Matiból elég jól állnak. Ez egy heavy sniper volt, ami kivette azt a falat? Igen, az heavy volt. Igen, itt ott is egy heavy, tessék. Ez szerint pont ezt láttuk onnan. Nagyon jó ez a sniper, ez egy abszolút használható fegyver. Nagyon jó. Szélozni kell vele tudni. Hát valakra nem annyira, azt úgy el lehet találni. Nem. Viszont arra is nagyon jó. Az ott egy szép lövés volt, amíg egy helyben áll, de érted, jól kipíkelt ott. Igen.
Danó, jaj! Azért kell bemennünk tiltődbe, mert máskülönben nem lesz. Már a következő meccsi taktikát. Igen, igen. Tiltődbe akarnak menni, úgy tűnik. Már a negyedik meccsen? Ezt hagyjuk meg nekik szerintem. Hagyjuk meg nekik, mert... Igen, tehát itt most pont arról beszél egyébként Danó, hogy robbantani kell. Igen, pont ezt mondtam, hogy jönni fog. Valamit ki kell találni, hívni kell az embereket, és kellenek a killek, nincs mese. Tehát ha itt benne akarnak lenni a top 3-ba, akkor nagyon-nagyon össze kell magukat nincs szedni. Még minden elúszva, de bele kell húzni. Bele kell de húzni, össze kell magukat igen, szedni. Igen. Itt killek kellene. Valamit alkotni kell most, hogyha igen. Top 3-ot akarnak elérni az egésznek a végére. Igen. Igen, pont arról beszélt most Danó is. Azt hiszem, hogy elromboltak valakit itt. Igen, igen. Egyről van, ha jól látom. Nem látok kettő embert. Viszont jön a Storm. Hát, neki nagyobb baj, akivel éppen csatáznak. Megvan, megvan. Nem látom pont ki volt ez sajnos. Igen, az a logó az ott. Igen, igen, igen. Hát az sziki. Nem baj, azért ott van még egy lirakó. De elég szólójátékos megvettek, akinek a társa már halott volt, úgy tűnik. És már... Ó, oh, de gyönyörű volt! Death Papito esett! A saját ablakán keresztül lőtték ki! Lefejelte! Abba belenézett! És most le is kell rohanni, amíg igár már megy a spam! Ezt muszáj! Remekül csinálják, remekül csinálják! Még egy ablak baloldal, de inkább be is csukták! Jobbra! Én építek előre! Ugye amikor fel akarsz mindenképpen lőni, hogy ne keltse fel! Legyen pressure! Ez most hogy van? Mert jobb baloldalt is van egy! Az egy külön csapat lenne szerintem? Két csapat van. Elég közel voltak akkor egymáshoz, ott én a C4-et hallottam. Hol van a knockolt ember? Megölték? Ott van, nem, ott van. Ne, a knockoltról semmit nem látom. Eltűnt szinte. Levin 5 kill. Death Papito. Igen. Úgy nézem, hogy Levinéket ölik, talán. Igen, elég sokan vannak itt most. Levin Firniék fight van konkrétan. És figyeld, hogy megint loot leak ending. Az olyan izgalmas mindig. Igen. Valami. Na nézzük, van-e campfire valakinél? Vagy Matthew? Ideje előkapjuk a lassan a campfire-öket, srácok. Visszatér a Skybase? Más kár az átment oda. És 15-en vannak még ebben a körben. 15-en. Igen, igen, igen. Hát ez érdekes végjáték lesz, és lehet, hogy most tényleg az lesz, hogy még nagyobb fight lesz itt a végére. 15 double heavy. 14 ember még a körben, és 29 szekés szűkül. Ilyeneket mi hellőni, az igen. Nagyon durva lenne. És persze meg is történik, de elég ritkán persze. Persze. Hallom a kasszáját, fiúna. Hallom a kasszáját, hoppá! Yeah. Pay to lose. Itt, nem? Aha. Én oldalra, te előre. Gyere erre. Menjünk. Úgy látom, légi taktikusabb igen. Plusz van. Valaki igen. A tetőt rakja, valaki a falakat. Igen. Hopp, ott elfogyott a vas. Fája van. Igen, 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 igen. Hoppot. Az még azért elég, de... Figyelni kell most már, hogy mennyi van. És sehogy. Ügyesen csinálják ezt a labirintust. Igen, igen, nagyon nehéz bejönni a vízbe esélybe pusolni, de remekül csinálják. Én még talán piromcsokat raknék a tetejére egyébként, igen. De lehet annyi esély már is náluk. Hoppatták a C4-et, ajjajajajaj, hát igen, ez a C4 és a víz. Igen, mozgás igen. Lassítja, nagyon a kör elindult. Nagyon nehéz benne bármit csinálni. Van még full HP-ban való, ő bejutott a szigetre. Igen, és very bad casual. Nagyon jó poziból. Benne a körbe. És így a szigeten van már, és igen. Van lehetőség itt alkotni igen. Valamit. Azt kapta, ott elég durván. Na, hát 9 ember van még. Ez nem a legjobb pozíció, most itt, van, hogy itt láttam. Egyébként ilyen 1v1v1, azt beragadtál. Az nagyon fájni fog neked. Ez már sokat csíp ez a kör, 10-et, úgyhogy nem lehet benne maradni. Itt már jól van? Ott valaki a szomszédban? Hello! Na nézzük! Nagyon szép volt, de észre itt a kaladnak vége van. Nincs, bazd meg sem, és nem Pico az én. 6 kill. Pico-nak 6 kill-je van. Azt mondta belopta, lehet még ő is, nem is ölte meg azt a szomszédot? Nem. Wow, az nagyon szomorú akkor. Valaki ott lopott 2 kill-t. Nagyon durva volt. Na nézzük. Épül a piramis, a szokásos több emeletes és épületek. Megint a fölül-alul játék van. Igen, 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 mindig látunk az ilyen meccseken, mert nem mindig, de gyakran. Veribedék ketten vannak még. Mennyi loot van ott kint. Kérdés, ki mennek érte, valószínűleg nem. Jól megvannak itt bennük. Igen, és ez azt jelenti, hogy ők vannak egyedül ketten. Szerintem. Igen, igen, igen. Igen, úgy néz ki. Úgy néz ki, mindjárt megtudjuk. Én szerintem Veribedék vannak egyedül ketten, a többiek mind egy-egy-egy. Azért remek előny akkor. Akkor nagyon jól állnak. Megy egy fölfelé pusholást, nem? A valaki szembe pusol. Igen, átvette. Ott is egyedül van. Megvan a high ground. Na most kilövik alól, amibe. Rengeteg dolgot tartja ezt, nem annyira egyszerű az.
Levin. Mint is látjuk, hogy közben alkott. Na ebből mi fog kisülni. Ebből. És nagyon szépen építenek a csapatok. Igen, igen. Na ott megy egy. Ketten igen. Találják. Igen. Lehet mégis egy team van ellene? Ez egy team, ez egy team. Igen. Rip. Ej, az ott fájni fog a nyuszinak. Nincs benne a körben. És ott is van. Nokkolta, megnyerte és a játékot. És ott is van, Very Bad Casual. Very Bad Casualnek élt még a csapattársa nem, most? Nem úgy nyerte meg a játékot, de, hogy... Te élt, ketten akkor, voltak. Okay. Azt hittem, hogy voltak. Úgy nyerte meg a játékot, hogy nokkol volt. Ja, akkor nem... Jó, semmi. Nem, ketten vágom, voltak. Vágom, és Nozi volt a második. Igen, Magyar igen. Gamer Fiatalokért Egyesületből. Igen. Tehát, de így is Lucky volt egyébként, hogy a csapat egyik tagja az nokkol volt, és így közben megnyerték a sztornak köszönhetően a dolgot. Hatalmas mérkőzés volt egyébként. Igen. És hát nem tudom, a végjáték, nekem ezek a building fightok nagyon-nagyon tetszenek. És az, hogy megint loot lake-ba szűkült, igen. És megint ezek a vízi fightok, nem csak az, hogy nem, a kör is jön, a víz is lassít, tele volt épülettel is, nagyon nehéz volt bejutni a körbe gyakorlatilag. Imádom nézni a loot lake endingeket, játszani kevésbé egyébként, de nézni borzasztó izgalmas, úgyhogy örülök, hogy megint itt kötöttünk ki egyébként. Remek nagyon jó volt. Na, szerintem az ending ez nem múlta fölött másodikat egyébként, de ez is nagyon izgalmas volt. Nem, de igen. Elérte a szintjét, elérte a szintjét mindenképpen. Abszolút, abszolút. Úgyhogy kapcsoljuk az elemzőket, mondjátok mit meg a tutit. Mit gondoltok erről a meccsről? Hát brutális, hogy ismét egy loot lake ending volt. Nem sok esély van erre egyébként. Nem. Viszont én részben örülök, hogy Stepiék végül Very Bad Casualék nyertek egy gémet, mert ugye az elsőben azt mondtuk, hogy megnyerték, aztán kiderült, hogy mégsem ők nyerték, és most csak meglett az a győzelem, úgyhogy GG mindenképp. És még annyit hozzátennék, hogy nekem is nagyon bejött itt a végén ugye a loot lake miatt ez a building fight. Úgyhogy megkérdezem itt Heldeus-t, hogy esetleg. Így van. A kör az nagyon szeret minket nézőket ilyen területekre rakni a végjáték. A játékosokat már kevésbé. Biztos, hogy nem ürülnek neki, így van. Valószínűleg frász kapnak, amikor meglátják, hogy úristen loot lake. Ezzel szerintem mindannyian így vagyunk egyébként, mint ahogy mondta Wasabi is, hogy játszani ott borzalmas. Tényleg. Vagy égeted a nyersanyagot, mint a fene, vagy pedig pattogsz a vízen, és ingyen célpont vagy lényegében, mert alig tudsz mozogni ott, úgyhogy... Ja. Hát igen, két necces dolog van egyébként, az egyik a víz, a másik pedig a fa. Hát igen, folyamatosan szívom, ahogy építenék fölfelé, és csak azt látom, hogy minden egyes fába beleakadok. Mindegy, szóval nem tudom, hogy mennyi kijelett Steppy, azaz Very Bad Casual társának, neki kettő, ha jól tudom, Steppinek, de a társának nem tudjuk. Itt nem láttam senkinél magas killeket egyébként, magas kill-számokat. Inkább jellemző volt az előző játékra, hogy egy pár ember sokat így van. Ölt. Így van. Sokan is maradtak így van. A végére így van. Az úgy sok körben. Hát érdekes, Pikoéknak volt egyébként kiemelkedően sok kijük szerintem. Egy 4-5 legalább. Ott igen. Én 1-ből 6-ot láttam egyébként. Akkor lehet, hogy minimum 6, én 4-5-ot láttam, de simán lehet. Pikoánál volt most 6? Én úgy láttam, hogy volt 6. Igen, lehet simán. Igen, egyszer mutatták, amikor épített föl a hegyre, ott Pikoék azok mind a három meccsben ott voltak, ahol sok killel. Azok a 6 killek előfordulnak itt a mérkőzéseken. Első mérkőzésen is volt két vagy három csapatnak, azt hiszem. Igen, így van. Kettőnek, így van. Másodikba is, most harmadikba is. Na de hát menjünk is a szünetünkre, nézzük meg a pontokat tovább, készítjük elő a negyedik mérkőzést. Ne menjetek sehova, hamarosan érkezünk ismét.
searching for salvation. Can we find our way back, way back? Caught up in confusion, need a resolution. Can we find our way back, way back? No more running, no more running, no more chasing. No more running, now I'm running out of patience. Caught up in confusion, need a resolution. Can we find our way back, way back? Na, hello, hello, üdv ismét, visszatértünk a jó kis szünetünkről, érkezik a negyedik mérkőzés azonnal, de előtte egy kicsit beszéljünk a második mérkőzésről, elkészült annak is a pontozása. Ugyebár nem meglepő, hogy akik a mérkőzést nyerték, azoknak lett a legtöbb pontja, az Easyke csapat, IDK Bro és Sweet 280 pontot zsebelt be összesen, ugyanis a győzelmen fölül 8 gyilkosságuk is volt, ami bűnös. Abszolút megérdemelt egyébként akkor a számosságot igen, tekintve. Igen, durva, és ők az első mérkőzésen egyébként, nem is tudom, top 20-ban voltak, talán 18. Lent voltak, igen. Lent voltak, tehát nem voltak annyira fönt, úgyhogy nekik ez a mértékű pont, ez nagyon sokat fog számítani. Az összesítés majd a adás után fog megtörténni, amint befejeztük az ötödik mérkőzést is, akkor minden pontot összeadunk, ellenőrzünk, hogy biztosan a legjobb számítások történjenek, így van. Hát ez érdekes igazából, amit beszéltünk már az elején itt Rubennel is, hogy ez a harmadik mérkőzés, ugye ez gyakorlatilag a versenynek a közepe volt. Igen. Ergo, és mivel eléggé szorosak voltak a pontok, ez elég sokat nyomott alatba. Úgyhogy bizony. Itt a srácok, akik mondjuk ugye az első két meccsben talán nem szerepeltek annyira jól, most azért eléggé nagyot tudtak robbantani, ezáltal hát elég rendesen följöttek a tabellán. Igen. Majd az összesítést azt meglátjuk, de hát azért ez a 280 pontot mondtál? 280 pont azért az nem kevés. Tehát ezzel azért eléggé fölmentek a topba. Nem tudom, hogy hanyadikok lesznek, majd kiderül, de fölmentek. És hát még van hátra két mérkőzésünk tulajdonképpen, a negyedik és az ötödik. Még bármi lehet, úgyhogy most, aki most még tud egyet robbantani, az az utolsó játékba beleszólhat, de én még mindig azt mondom, hogy nem fog eldőlni az utolsó játék előtt, hogy ki fog nyerni szerintem. Tehát annyira szorosak, és most akik az előzőben jobban, vagy kevésbé jól szerepeltek, azok most jól szerepeltek. Akik viszont az előzőben jól, azok most rosszal. Igen. Tehát, hogy így eléggé szoros lesz a vége. Tökéletes példa erre egyébként Szatyor és Alfa, mert ők mindösszesen 35 pontot tudtak gyűjteni a második mérkőzésen, ami az első vinnyükhöz képest ugye elég kevés. Tehát ők az első alkalom ugye a topba voltak, aztán másodikkal meg így van. Lejjebb estek. Így van. Így van. Pont a fordítottja történt, mint ami Sweetiekkel. Úgyhogy nagyon izgalmas ez a kupa, a döntő. Bármi megtörténhet, tényleg a játékosok nagyjából egy szinten játszanak, azért sok olyan csapat van, akik itt még győzhetnek. Na de kérdezzük is meg a kommentátorainkat erről a dologról, mit szólnak ehhez az eredményhez. A srákok. Nos, a negyedik játéknál tartunk is, általában ilyenkor már elkezdeni sejteni, ki fog nyerni, ki lesz a top 3-ban, viszont ahogy az elemzők mondták nagyon korrektül, ez is nem így van, mert mindenkinek nagyon-nagyon sokféle meccse volt, tehát hogy nem volt olyan játékos, még nem sok olyan játékos volt, akinek minden meccse nagyon jó lett volna, vagy nagyon rossz, mindenkit láttunk a toppon is, meg elég hamar meghalni, úgyhogy nekem még nem sok tippem van egyébként, még a negyedik meccsnél se, hogy ki lesz benne a top 3-ban, nem tudom, Ruben, neked van esetleg? Stepiek. Igen. Nem tudom, az biztos, hogy hallhattuk, nem tudom, elkaptátok-e, Danó és Emenixé beszélgetését, hogy következő kör, azaz most tiltett. Igen, azt kérdeztük, hogy akartam mondani. Ott mennek a tervek, hogy tiltettbe egy hatalmas bombát kell dobni, és minél több embert megölni, rengeteg jó kilt szerezés, jó helyezést, és ott még lehetnek események. Remélem nézhetjük őket a game elején. Kíváncsi vagyok, hogy beugranak-e, van-e. És lesz-e más, pontosan. Ez egy nagyon remek kérdés. Remélem, hogy az elején őket el tudjuk kapni.
Majd ha úgy akarják az istenek, és tudni. Na, hát mi átadjuk nektek a szót. Egyébként így én is kíváncsi leszek arra, hogy mit fognak tudni robbantani, mert nekik robbantaniuk kell. Tehát, hogyha ők akarnak valamit a végére, akkor ott muszáj lesz robbantani, és erre a Tilted az egy nagyon jó dolog lehet, vagy pedig egy olyan hely, ahol nyilvánvalóan központi, és sokan mennek, úgyhogy nekik lehet, hogy nézni kell majd azt, hogy hova mennek sokan, és rájuk ugrani. Viszont mi elbúcsúzunk, átadjuk a kommentátoroknak a szót. Jó szurkolást kívánunk nektek! Most hát igen, a Tiltet, ez kell még egy olyan összetevő is, hogy mások is menjenek oda, mert nem elég egy népszerű helyre elmenni, kell az ennyiben, hogy más ember is ott legyen, úgyhogy általában, amikor az ember lassan ereszkedik és nézik ki, hova megy, akkor próbálja egy olyan helyet választani, ahol senki nem megy, de lehet, hogy most náluk ez pont az ellengezője lesz, és azt nézik is, hogy mindenki is, ők is oda menne. Fordított pszichológia, wasabi. Fordított pszichológia. Ezt tanultam az egyetemen, konkrétan Fortnite-ra áttolva, hogyha úgy gondolod, hogy sokan fognak menni egy népszerű helyre, akkor nem mész oda. És ez mindenki azt gondolja, ergo senki nem megy oda. Azt nem tudom, te láttad, de valaki visszanézte a tegnapi kupánál az egyik meccset, és... Ver, a skirmishra. A Twitch Rivals. A Twitch Rivals. Ott visszanézte, igen. És az egyik körben, amikor visszanézték, üres volt Tilted. Teljes mértékben üresen állt. Egy darab játékos nem ment. Európai? Európai, igen. Európaiban senki nem ment Tiltedbe. Úgyhogy lehet, hogy valami ilyesmit fogunk látni most is, hogy elmennek oda és senki más nem lesz ott. Kiderül nem sokára. Így van, mert hogy lassan kezdődik a negyedik mérkőzés, srácok. És hát nem tudom, tényleg nem tudok már itt mit mondani. Levin, Steppy, Danóék, bárki, Shuffle-től is várok valamit. Velük most mi történt ebben a meccsben? Nem nagyon láttam őket. Shuffle-ékkel nem sokat találkoztunk az előző meccsben szerintem. Talán hamar elhullottak bárkivel megtörténet egyébként, úgyhogy nem hiszem, hogy ez a meccs ez pont úgy alakult, hogy ők akarták. Viszont még van hátra kettő játék, úgyhogy bárkinek van esélye még egy nagyot robbantani, úgyhogy így nincsen van, még elúszva semmi senkinek. Így van. Úgyhogy tényleg, ha perceken, másodperceken belül indul a negyedik mérkőzés. Már most konkrétan. Már benn vannak és, a játékosok. És nagyon remélem, hogy... Látom Pleasantbe menne. Ó, de sokan. Meg Moistiba. Jaj, úristen. Szóval nagyon remélem, hogy Danó is emlékszet nézhetjük így az elején. A tiltit kezdős nem érdekel. Miért a hangodban egy ennyi ilyen utalgatást, hogy jó lenne nézni? Hát, hogyha esetleg hallja a vezetőség. Akkor esetleg őket tudnánk. Remélem én is, hogy meglátjuk, hogy a tiltres tervük a sikerül-e. Mert szürcsölgetik a izét, kubai, akármit. Ha már szürcsölgetés, akkor mit? Szürcsögő. Vagy szürcsögő. Szürcsögő talán. Nagyon durva, hogy vele nem találkoztunk szerintem még egyszer se a nevében, legalábbis én nem. Aztán most egyik gémben láttuk, hogy ilyen 4-5 kile volt, azt hiszem, úgyhogy... Így van, Bazsics duótárs, hogy a szürcsölő. Szürcsölő, igen. Úgyhogy brutális, hogy most találkozunk vele először itt a döntőben konkrétan. De még most is lesz olyan player, akivel először találkozunk, hogy akár ölni. Meg is nyerik. Igen. Simán nyerhetnek ilyenek is, akiket nem láttunk még előzőleg, mert pont elkerültük őket az akciók közben valahogy. Így van. Úgyhogy kérdéses még, hogy honnan indul a busz, és tényleg nagyon érdekel, most csak Tilted érdekel, úgyhogy ha nem azt látjuk, akkor én lehet, hogy itt hagylak egyedül, ha nem Danóékat nézzük. Lehet, ha majd Jussu beül, ne aggódj. Az igen, akkor maradok, srácok. Na, de tényleg most már elkezdődik, remélem, ha nem sokára, akkor nem most sokára. Már kimegyek, aztán én rácsapok a Ready gombra. Maga Ruben elindítja a játékot, hogyha most nem kezdünk rá. Nem, Stepéknek most nagyon megy, valahogy. Igen, most valami ott történt. Se lejtezőben annyira nem. Itt most úgy tűnik, hogy ugye az volt... Az elég jól ment hozzá beüsnek a döntőbe. Az most lett megvolt. Egy második helyük a legelső meccsen, meg hát most a win. Az brutális. Na, itt is vagyunk a játékban. Ott, a jobb oldalit, uraim, a jobb oldalit mutassák. Nézzük, hogy tényleg beválik a Tilted. Ott már is van jelölve. Ott a tag, ténylegesen. Van ott golyó, rendesen. Na nézzük, hogy megye más acél. Is. Az igen, bevállalják. És mindenki oda fog jönni, mert tudják, hogy a spektiteljük. Lehet, hogy oda jön a 60 ember. Nagyon adnék egy ilyen hatalmas Tilted fight a játék legelején. Hát igen. Bevállalják a Tiltedet. Jobb oldalt látok egy duó testen, ezek nem tudom, az lehet inkább Shifty, nagyon lent vannak már. Nem? Tudom, nem. Hát elég balra is ment, hát nem tudom, meglátjuk. Nem Shifty. Mert hát de lekanyarodtak. Lehet Tilted is benne volt a számításban, csak látták, hogy jön még valaki, úgyhogy inkább lekanyarodtak. Nem látok más, mert Danó se nézelődik. Pedig ő van feljebb, ő tudna itt most nézelődni rendesen. Jön valaki még ide mellém? Nem jön senki. Ne. Egy full üres Tilted lootolás lesz, az durva. Hát a shiftisek el tudnak ide rotálni majd. Hát igen, de az... MNX már lootol. Jaj, úgy tűnik, hogy csak ők kötöttek a Tiltedbe. Ebben nem lesz egy Tilted bomba. Shifty van, így van.
Jó, hát akkor ez egy nyugodt lootolás, tilted, övék az egész tilted loot. Jól van. Hát nyilván ez benne volt a pakliba, hogy nem fog senki más jönni, úgyhogy ezt be kellett vállalni. Így van. Meg volt az esély bármikor. Ott a Chuck Jag rögtön, a full shield meg is van. Megkezdődtek a harcok közben, meg is halt az első duó. Van C4, van Chuck, ahogy látom, úgyhogy... Van ott minden. Bizony. Hát nem lesz itt gond a loot-tal szerintem, hogyha egy teljes tiltedet kilootolnak. Ott egy heavy sniper is, ajajajaj. Hát de teljesen, most ez lesz még teljes shield bőven, hát teljes tiltid az övék konkrétan. Igen, van igen. Idejük, és a shiftisek nem is biztos, a hogy akkor is rajtuk után, van, úgyhogy nem kell sehova menni. Tökéletes. Bár tiltet szinte mindig benne van. Ez egy nagyon jó kezdés lehet nekik. Igen. Kérdés is még úgy, hogy például levinnék hová estek, illetve stepjék még talán. De az a durva egyébként, hogy szerintem még jobban örültek volna, hogyha lett volna itt még ellensítőt. Ezért jöttek őket. Igen, ők szerettek volna sok emberit megvenni, úgyhogy lehet, hogy ők nem annyira örülnek ennek a csöndes utolgatásnak. Mi se örülünk ennek. Mi se, teljes mértékben igaz. Senki nem járt jól ezzel. Ennyi. Jöttek volna itt emberek. Lose-lose szituáció. Ennyi. Szóval igen, ők azért jöttek tiltedbe, hogy más csapatokkal összefussanak, mert kellenek a killek, a pontok, de nem. Lehet, hogy emiatt most nem is fognak olyan sokat lootolni, hanem gyorsan összekapkodnak valamit és elindulnak embereket keresni. Simán előfordulhat. Jó isten. Akár shift-té vált, hogyha látták, hogy mentek emberek, láttuk. Már most teljes a loot. Hát annyi, hogy még egy jobb AR esetleg, vagy egy Tomigennek jobban örülne szerintem Dano. Igen, távolságról ott van a heavy sniper például, úgyhogy megvannak nagyjából. Hát ez most úgy néz ki, hogy maradnak farmolni, azért kell a materiál mindenképp. Ha maradnak, akkor lehet, hogy igazából a shiftisek fognak rájuk jönni, és nem ők rájuk támadni. Lehet, hogy nekik kell majd védekezni. Attól függ, mennyire agresszívek ugye a shiftisek. Mert én a hátulra a stadionra sem láttam érkezni olyan senkit. Meg Pleasant felese lehet, hogy nagyon-nagyon magasan voltak, de nem tudom. Én sem, csak azt a dúót láttam rajtuk kívül, aki ment shiftibe. Eradom trap hátulra, aki még átnézi később hát, játékban. Kicsit. Kicsit vésznek érzem, az endgame-re jól tud jönni, minden trap számít. Igen, és az ott egyetlen trapje, úgyhogy ezt lerakta ott rögtön. Nincs semmilyen robbanó Danónál, de hát ott a két nagy 3 minén, azt mondom, hogy most talán egy C4-et lecseréli azt a 3 minét. Azt hiszem, emlékszem, talán van C4, ha jól emlékszem. Ő mint a talált volna. A legelején még? Igen. Rögtön volt egy adag C4-e. Ha jól emlékszem, úgyhogy lehet, ő lesz a robbantós ember, ő meg a híleket hozza. Igen, elképzelhető. Rengeteg sült van már nála. Na, itt egy fightot látunk most már. Zsoláik itt a Paradise-nál. A Valkyrie lesz a tűzésbe kerültek. Jó. Nézzük, vajon kikkel harcolnak, és mire... Nagyon! Láttad, hol pattant meg? Igen. Brutális. A Zsolát nokkolták is. Egy V2. Az a gránát az... Halálos volt. Majdnem. Zont nézzük, le tudja hozni az 1v2-t, rögtön kivégezték társát. Felesírnek annyi. Hát... Nagyon-nagyon rossz a szituáció. Ott egy nokkolt ember. Ez micsoda? Hát gyorsan kivégzi. Nem tudom. De nem ugye, nem az övé a kill ugye. Nem, ott a C4, azzal lehetett volna itt most szépen. Tehát lehet az a terve. Jó, ezt nem dobta be. Wow. Igen, itt összesen 3 csapat van. Amikor jöttünk, akkor most már úgy néz ki, hogy ez a szóló és egy duó. Igen, akkor most van az 1v2. Azt mondja a társ, hogy fusson el, de hát innen nem lehet eljönni. Ez itt nem fogják hagyni, meg kell ölni. Ó, pedig a szép lövés szép volt azért. Szép volt. Rengeteg shieldje volt. Bajusz megpödörte és megölte őt sajnos. Sajnos, hát attól függ, kinek a szemszögében nézzük. Minden halálnak van egy pozitív, meg egy negatív oldala. Te bölcs. Paolo Coelho? Csehov. Na itt van Fury és Márki, ugye lootlék mellett lootolja a kis házacskát, meg a kilátótornyot. Nem tudom, hogy Pleasant bementek-e még, az tényleg érdekel. Ők arrafele rotálnak, megnézik mindenképp. Ki fog derülni? Úgy látszik. Shuffle-ék és Snobby. Hova? Valahogy Snobbyt nem szoktam túl gyakran látni egyébként ezeken a meccseken. Lehet, hogy most látjuk először a Snobbyt. Így a magyarokon, hát azért, mert nem, alapból nem kapcsoltunk ide, nem volt itt streamer konkrétan. Viszont egyébként a skirmish meccseken nagyon népszerű, mert borzasztóan jó, sok a fa és még gomba is van. Egyetlen hátránya, hogy nagyon szar helyen van. Tehát igen. Kör az nagyon gyakran nem lesz rajtad. De most pont az ellentetje van ennek. Most igen, ez pont egy ilyen kivétel, ami erősíti a szabályt, ugye? Így van. Ahogy így azt van. Tudjuk. Jó, hát mindjárt végeznek itt a Snobbyval, konkrétan most. Még egy szörbe issza, full shield megvan akkor. Igen, csak ott fölös az AR, Tom, igen, csak hát nincs mellé hia, viszont az a 6 C4, az mindenképp imponáló, így van. Igen. Ugye ennyi most már a stack limitje a C4-nek, miután elfelték. Lehet, hogy több is lenne még nála, hogyha nem elfelték volna. Sőt, akkor biztos, hogy 8 lenne, mert ugye egyben lévő mennyiséget is elfelték.
Sajnos igen. Ott a mini. De... hát én az AR-t elhagynám. Jussóval beszéltek, hogy nincs hangja a CNN-nek, ezt nem tudom, vágod-e. Vágom, hogy van egy ilyen vágva, igen. Borzasztóan rossz. A csipogás sincs, meg maga a landolás. Ver, mit dobott el? Csak nem a sniperét. De a sniper, mondom, hogy én inkább a kék AR-t hagytam van ott. Tom igen, abszolút elég. De ő valamiért a sniper. Lehet, hogy Etinél van egyébként sniper is, úgy voltak valami, akkor az elég lesz. Úrni akar ő. Sáföl lesz a túrógép. A túrógombóc. Lehet, tudják stackelni, hogyha még egy? Eti, hát nagyon gondolkozik rajta, hogy eldobja a pizzáját, értem. Itt marad. Az igen, és nem megye valaki, hogy van ott egy szörbent. Még trepet is lehet a tetejére rakni. Hullom van fából. Az nice, ilyen. Így játék legelején. Jól összefarmolta. Hát én pont most fából építenék, mert az a fullos, és a menet közben úgyis vagdossa majd. Igen, a fát a legkönnyebb visszagyújtani, úgyhogy az a lenni, hogy jó felmenni, de nem mindegy. Számítani nagyon sokat azért. Mindegy. Ezen fog múlni a halál, igen. Képzeld el. Igen. Még kellett volna 50 fa, hogy túléljen. Igen, igen. Lehet. Na, itt se látok homi szintes a játékosokat, Omega bázisen. Én ide sose rendelek, mert hát landolni is, de utólag sem ment senki. Sok láda van, igazából kb. Csak vas van, de abból is így nehéz összeszedni. Egyes leakek szerint az a hely ki lesz üve nem sokára a játékból. Hoppácska. Új Tométóra megnézzem, hányan esnek egyébként most így a versenyen. Tényleg, el is felejtettem így most így a meccsek folyamán, hogy van egy új Tométó helyünk, a Tométó támpa. Nem mondanám, hogy jobb lett. Nem lett több a loot. De. Igen, hát, szerinted? Sok. Szerintem sokkal. Hát nem tudom. Vágod-e a titkos helyet ott? A barlang? Ahol a két láda van? Igen. Persze, az a legjobb kezdőhely ott. Az remek volt. Magában nagy templomban kettő vagy három láda spawn van, ambobox rengeteg, de annyira nem meggyőző nekem a lootot. Én úgy érzem sokkal több van, nekem nagyon tetszik az új hely. Látunk rögtön, ez mondjuk hiba lehet itt most, hogy lecsúszott, ebben nagy gond lehet. Ez komoly, és inkább leszedi az egészet, a társa fönt van. Nem szólt neki. És az rengeteg HP-t bukott. Nézzünk, az sokkal, egy 40-es. Sokkal jobban állnának, hogyha nem csúszik le. Az egy 40-es HP, igen. Már egy 2v2 lett volna, és látom, menekülnek. What? Amit nem nagyon eszközölhető szerintem. Itt küzdeni kell, meghalni vagy valami. Mi lesz ez? Mi lesz ez? Az egy fölös gránát. Az a semmi. Nem menjünk vissza Highgroundra? Gyere Highgroundra. Hát Highgroundra. Egyszerűen, gyere Highgroundra. Ennyi. Így kell, srácok. És ott vannak Highgroundra. Másik csapat pedig hagyja is. Ezt nem tudom, hogy elmentek. Ők is elkezdik menekülni? Mi történik itt? Nem tudom. Eltűntek, szóval hílálom. Ő se tudják. Szerintem lementek az alagútba. Valószínűleg igen. Ez elég durva, hogy ennyire így szétszéledik a játékosok. Egymás mellett álltok, azt szerintem mindenki elment a dolgára. Megijedtek egymástól. Biztos, hogy lementek. Az alagútba biztos, így van. Biztos, hogy lementek, ott mondják. Igen. Hallgatják, amit mondok. Jajajaj. Egyet értenek veled. Bazen majdnem. Ezek a majdnemek, igen. Igen. Pixellel mellette mentem. Képzeld, ma majdnem elütött egy busz, de amúgy nem. Pixellel ment melletted? Nem mondom, képzeld, ma majdnem elütött egy busz. Igen. De nem. Amúgy köze nem volt hozzá, de mondhatom, hogy majdnem, mert igen, az ugyanúgy. Na jó, nem bántam. Jó, értem, mire gondolsz. Nem bántam, de igen. De éneket mindenki mondta, te is elleved 6 méterre mellette, majdnem. Egy pixel volt. Hallod? Ha nem ugorj át a lövést, akkor mi van, az, hogy pont megáll? Így van. Mindig vannak ilyenek. Mindig van kifogására, miért misszeltünk. Jó van. Látom, faoszoszkodás meg. Ajaj, Eti nem vagdossa azt a fát. Istenem, el kell látni, úgy tűnik. Nem csak félkézzel kéne játszani. Hopp. Jönnek mögöttünk, akkor úgy tűnik, hogy sietések el. Ja, a portára gondolnak. Lehet, pont ide fognak leszállni, eléggé jól jön ki nekik lépés a portarosoknak, de nem tovább mennek, hogy látom. Így van. Lehet meg se látták őket. Mindjárt megint maxos fán, az Etinek adhat megint. Igen, egy újabb 200-as pakkot. Lustaság. Gyere erre fel. Inkább szeretnék a Highgroundot megtartani. Igen, itt vannak a stadionnál, ugye. Na és itt van mondjuk Fury és Márki, akiknél nem volt hang, vagy nem tudom, egész streamben szerintem hang nélkül streamel. Ez lehet. Mert olyan nincs, hogy mindenkinél működik is, pont itt igen, nem. Igen, szerintem igen, ő abszolút, tehát Márki, vagyis Fury, hang nélkül streamel. Hát nem tudom, hogy ő streamer-e egyébként, vagy csak gyorsan benyomta, hogy legyen. Szerintem inkább csak gyorsan. Akkor teljesen érted egyébként, hogy van valami probléma vele. Legalább streamel egyébként, becsülendő, hogy benyomta. Igen. Bejött a tiltedbe, amit ugye... Hát az nem üres lószág. Volt. Danóikkal mi lehet azóta? Tényleg nem is jártunk Danóiknál azóta. Tisztelt stúdió, Danóik hiányoznak nekünk. Nagyon szeretnénk látni, mi történt velük. Így van. Minden vágyunk. Így van. Nem hiszem, minden házat átnéztek egyébként, de aztán lehet, nem láttuk őket sokáig.
Néma stream. Hova? Konkrétan hallom a legyek zümmögését. Itt van. Valami van. Kéletedben vannak azonta is. Wow. És szerintem mások a fájtanak, vagy csak várnak? Tudják, hogy itt van a aha, csapat, aki szerintem bejelköző. Láttak valaki. Pont arra néznek, ahol voltak a játékosok. Pont Dano. Azt a tornyot lootolják. Hallom, ahogy pörögnek a fogaskerekek a fejében Danónak. Nagyon-nagyon nézelődnek. Gondolom látták őket, hogy bejöttek valamerre. Várjuk el a két kilt nagyon. Még a Windows ez ilyen passzívan. Nagyon-nagyon félnek, nem aggódnak. Félnek, hogy nehogy megint 1v2 legyen. Igen. Mindig az volt, hogy nokkolták az egyik őket, és utána egyedül kellett végig tolni a meccset. Not meglátok vagyok dudombokon. Lehet, hogy nem is sejtik, hogy valaki van benn már a házakban, és egyébként tiltenem belül. Elkezdenek foglalkozni, védekezni a dombosokkal szemben. Aztán lehet tiltani, és szennyisbe fogják találni magukat, hogyha nem figyelnek. Megy a sniper ki. Tehát senkit. Jó. Az a domb azért nagyon jó hely, hogy egész tiltedet belásd egyébként, az ott egy végig high ground. Ők azok szerinted, akik most bent voltak a városban, most kifele mennek? Talán ők lehetnek azok. Simán lehet. Jó. 105-ös kék sniper, így van. Az ott véget vetett a pusolásnak. Ott vannak a dombosok, a házasok. Az jónak tűnt pedig. Igen. Négy nagy shield van egyébként, arra figyelj nála. Négy nagy shield. Át kéne menni amúgy, gyere, menjünk. Igen, menniük kell, mert nincsenek benne, de akiket lőnek, azok meg még jobban nincsenek benne a körben. Igen, de mégis okosabb azért levárni a körszílén őket, és nem itt benn a stormban szenvedni majd nekik is. Materiálba, oda nézd, de durva. Materiál az abszolút a hibátlan. Már ő gyűjtögeti, az biztos. Micsoda ördögi szám abból a fából. Steppy kedveli ezt. Ne is építsen többet szerintem fából a játék végéig. Abszolút. Nem gáz. Na de itt most, én azt mondom, hogy egy percen belül itt action lesz a Danóéknál. Itt tornyot felhúzni kell helyükbe, és levárnám azokat, akik ott harcolnak a tiltet meneti dombon. Kellenének a killek, mert nulla killjük van, mindig, és... Mindig, top 23-ban. És azért jöttek ide tiltetbe, hogy fájtoljanak, és senki. Ez nem lehet egy tiltet bomba. Hát nem. Még lehet bomba, de tiltet bomba nem lett sajnos. Gyorsan szétvedik a házat. Erre a helyére sajátot húznak. Folyamatosan lezárja a társát egyébként. Ja, ezt nem szólt. Jó, oké, semmi. Bocsánat. Nem most. Nézd. Ismét nem, a piramis taktikával egyébként píkelnek. Ne fogdos. Jaj. Azt hittem az asztalnál. Ez fáj! Még nem. Oh. Csináljuk ott tovább. Ott az új item. Igen, ott van. Ott van bizony. De kemény vagy most. Igen, ez a tipik bug, amikor Google-ba mész bele a Riftbe, csak meg kell nyomni újra a Google-ást, és helyre jön egyébként. Ha! Nem. Na jó, most majd meccs végén, jó? Bazsik, na figyelj, készül a Super Launchpad, a Super Launchpad. Neki a társa a szúrcsölő? De, neki, így van, neki. Az ott nem jött össze elsőre. Pontosan középre kell, uram. Nagyon kérdezik. Igen, ennél sokkal egyszerűbb, hogyha építesz egy padlót, rárakod a launchpadet, majd raksz egy rámpát mellé, és arra pedig a bounce-pedet. Ez egy 2x1-esből sikerült. És mindig 10-ből 10-szer, ezt nem lehet elhibázni. Így van. Meg hát érdekes, hogy lát machine gunnal darál egyébként. Érdekes, hogy az inventória milyen. Nagyon szegényes. Kettőres. Valahogy nem jött oda, nem jött neki össze szerintem. Vagy a loot, vagy eldobált már mindent. Lehet shieldek voltak ott, meg healek is felhasználták őket harcok közben. Neki ugye a társa a Ghoul Trooper. Dilpetyának. És ő is lassan meg lesz szerint. Ott megjött. Ott van a storm is közeledik, úgyhogy mindenkinek sietnie kell, pánikolni a szinte. Ez még csak... nem, ez már a harmadik kör. Így van. Sokat azért? Ez 5-5 fog, ha beér most 2-t, ha beér 5-öt. Futni kell nagyon durva. Ha beér, akkor 5-öket sebez. Látom, ezt Firni is realizálta. Már shield nincsen is, lövik hátulról. Ha még... Hát az a trip. Ez így rip. A dombia. Nem, meg lesz neki pont. Pont meg lesz. Oké, beért csak a kérdés, hogy ezt túlélje még? A mögötte lév az meghalt már? Aki ott van bent hátulról? A körbe, de nézd a HP-t, ezt nem híleli ki. Nem. Hogy miért nem tryhard? Azt nem fogja kihílelni. Lemaradtunk. Megnéztük a fight-ot? Nem, lemaradtunk. Nem lemaradtunk róla. Pont nem láttuk. 15. helyén jár, izé pont. Persze, hogy jár. Jár, izé pont. De lemaradtunk róla. Igen. Nagyon szomorú. Látom, Bazsik szerzett egy killt. Nevecskét. Él még szürcsülő szerinted? Nem látom itt a környékén sehol. Senkit mozogni. Jó, ugye neki a társa szürcsülő, nem tudjuk, hogy éle még.
De ő az egy, egyik körben felfigyelő, hogy elég sok kill szerzett szerencsére. Itt is van. Itt van, megvan. Így van. Akkor jönnek mind a kettőre meg. Egy-egy kill, akkor megölték a duót. Megölték a duót, akivel találkoztak. Danóék tökéletesen, ezt meg kell nyerni. Most már, és lett egy kill közben Danónak. Én azt mondom, hogy most már a winre kéne rámenni innen. Tehát meg kell próbálni, megnyerni ezt a meccset. Ez lesz a bomba, amiről beszéltünk, hogy most belehúznak. Hát kell egy win, meg még pár kill. Itt még a végén egy pár kill-t kéne szedni. 3-4 kill-es meg lehet. Aztán win az már tök jó lenne. Így van. Az a mesélyes lenne a top 3 talán. Te vagy a mesélyes. Vagy meséset mondtál, vagy? Esélyes. Ja, meséest hallottam. Jó, én megint bezárta. Emelix-nek ott van a helye a lépcső alatt. Nézzenek, kis Harry Potter. Szegény. Na nézzük, hogy mi lesz innen. 15 játékos van még. Mi átlagosnak mondod itt szinte egyébként. Másik nálam van. Vágom. Nagyon figyelnek innen a high groundról. Én nem látok senki mozgó embert, valószínűleg most hiszen ők se. Nagyon nézelődnek. Danom mindjárt kell túrni. Aha, ott jönnek lefelé, vagy pont felfele. Hát ők lehet itt fognak hátbejönni majd, úgyhogy... A négy nagy shield azóta sem fogyott el egyébként. Figyelnek, nehogy nekik oldalba, hogy hátba jöjjenek. Mondjuk hátba nehezen. De oldalba simán. Ugye MNX mondogatta, hogy figyeljenek. Bemennek shiftybe sokan, amit látom. Van shiftybe. Hát shiftynek nem nagy része van már benne a körbe. Hát oda mehetnek. Levinék szerintem nem élnek amúgy, meg Steppit se látok. Jó, de nem láttuk őket, úgyhogy valószínűleg. Nem, jó, nem láttuk ebbe a meccsbe szerintem őket. Levint egyáltalán nem? Steppit láttuk szerintem. Igen, talán egyszer. Még de Levintos van. Megy zablok a spam. Új, férni nézek, nincs. De ott a bandage nála. Nyomkodja. Én most inkább azt van. Hát mondjuk lehet inkább spammel is választja. De nem pusholnak rá, nem. Csak simán építenek, mert mások is lőtték. Lehet tudja, hogy nagyon lovas az ellenség, ott is meg akarja venni, be akarja. Az MMG azzal nagyon jókat lehet csinálni. Hát mondjuk ilyen távolságból nem. De az RMG az nagyon-nagyon jó. Vagy láttam őket a másik oldalra spammelték és be is kapták azt a rakétát. Hát azért építettek és ott meg is igen, van. Igen. Hát nem ő lett a kérdő, csak befejezte. Ja. Befejezte a bandage-eket? Lassan. Róla, hogy van bandage-e? Lassan elkezdeném. Nem tudja. Nem tudja, hogy van bandage-e. Szerintem annyira izgul, hogy... Lehet, simán lehet. Igen. Ilyenkor teljesen másik, hogy nagyon nehéz hozzászokni. Egyedül van a pikó. Egyedül van valaki, úgy tűnik. Nagyon keresnek valakit ebben a rengetegbe. Ő egyedül van, azt mondták, úgyhogy ez egy 1v2 szituáció. Meg is van. Az Piko. Igen, mondták, hogy egyedül van Piko akkor. Yeah, fickót hallottam. Én sem értettem, de utólag akkor Piko van ebben a samurái csajba folyamat. Húha, hát 10 ember, és azt ott férninek. Te nem nyomtál a bandage-eket. Igen, itt lehetett volna 75 HP-n 10 helyet. Abszolút. Itt annyi ment el férnek, hogy nem nyomta be. 10 HP-ja volt. Szerintem valóban nem vette észre, hogy van neki. Lemaradt valahogy róla. Majd visszanézi, vagy szóltak neki a cseten, és fogni fogja a fejét, hogy ó, Istenem. Simán lehetséges. Én nem figyeltem. Jó, látom, hogy MNX a Stormban van? Most jön kifele. Igen. Wow. Te egy kicsit tankoltam. Igen. Reméljük, hogy van egy meszkit, vagy ilyesmi. Hát ő megteheti, de azért, mert lett még kijük. Tehát Danum ölt még egyet. Valószínűleg MNX is, úgyhogy lett kettő kijük valószínűleg, nem csak egy, de majd... Megint Bazsixot meg Szürcsölőt látjuk, hogy ők mit alkottak. Igen, Bazsix 4 kill, az már nagyon az szép már egyébként. Az csinálj még Szürcsölőnek, ki tudja mennyi lehet. És hát felváltsát. Ha legutóbb néztük, akkor szerintem volt neki egy. 5 killük minimum van. Így van. De lehet, hogy még több. Az sajna Storm, nem? A Storm ki volt szerintem, abba halt meg. Megvan. Merünk. Piggy floppy is nokkal, meg gyilkol. Oké, 6 ember. Jó, megfogyatkoztak hirtelen. Hát igen, itt nem nagyon lesz. Az egy hit volt, TSM, magyar TSM játékosunk, büszkék vagyunk rá. Legújabb TSM igazolt, így van. Mostanában egyre több embert igazolnak Magyarországról. Nagyon durva, hogy bárkit felvesznek szinte egyébként. Annyi nem, a legprofibbakat konkrétan. Azok a legjobb az durva, hogy ennyi profi játékos van Magyarországon. Igen. Hát mint TSM játékos. Fazekasti meg a TSM. Engem nem vettek fel például, úgyhogy ezek mind jobbak nálam. Hol van? Téged én vennélek fel, mint ezt a nadrágot. Hát azért lehet inkább a TSM-et választanám. Jó. Bocsánat. Vagy egy TSM-es nadrágot. Menjünk be a körbe, gyere ide. Gyere. Menj be a körbe. Rengeteg, tehát most is kezdtem gémeken, volt egy TSM plafonmosó, meg egy TSM döglött hal nevű player. Tehát igazából az a lényeg, hogy a TSM után minél kreténebb neved legyen. Én rájöttem már erre, hogy... TSM alváz. Tehát olyan nincs, hogy TSM
pro killer, vagy nem tudom, hanem mindig kreténebb neved legyen. Lehet, hogy direkt ilyen ironikusan használják a nevet azzal. Lehet amúgy. Az esélyes ilyenkor. Induljunk el, gyere. 2v1 van, egy darab játékos ezt irányára. Ezt nyerik, Danóék. Hát így esélyes 2v1-be, de aztán meglátjuk, hogy lesz valami trükközés a szóló játékostól. Bármi összejött ebben a játékban. Nem láttuk még, hogy merre lehet, vagy ki az egyáltalán. Nem tudhatjuk. Ott jön nem. Hát az már Storm az. Az nem TSMS sajnos, úgyhogy. Nem, ó. Az Stormban fut megvan és Pierre meghal. Megvan a win, nálam már win egyébként ez a meccs, tehát már kiadta. Ez nálatok a delay miatt, így van, most ért oda. Amikor látom, hogy a Stormban fut a hegyoldalán, akkor már volt döntve a dolog, hogy az a rip nagyjából. Így van. Hát TSM Danó és TSM MNX nyerte ezt a meccsen. Nagyon büszkék vagyunk a magyar TSM csapatunkra. Tiltedből, ahova nem ment senki végül. Hát a tiltet bomb nem lett meg egyébként, de a win meg egy pár kill. Hány killük volt összességében körülbelül? A Danónak itt azt hiszem a végén 3, meg MNX-nek is szerintem ennyi. Én azt mondom, hogy 5-7. Akkor az nagyon jó egyébként, 5-7 kill, és még a win is, úgyhogy szerintem hozták, amit kellett ebből a körben. Ez egy remek játék volt számukra. Így van. Levinéket nem láttuk. Ők valószínűleg hamar meghaltak valahol. Nem láttuk. Egyszer talán, de az sem volt semmi durva. Sáfölékén midgame 15-ek lettek. Úgyhogy most ebbe a körbe úgy lettek Danóik az elsők, hogy eddig egyetlen egy csapat, hogy nem volt olyan a top 5-ben, akik ezelőtt ott lettek volna, ha jól tudom. Igen, meg megint cserélődött igen, az egész. Igen, nagyon-nagyon rotálódik nagyon, abszolút. Nagyon hogy... durván. Itt azt szerintem rengeteg játékos van hasonló skill szinten, ez azért van, mert tényleg váltogatják egymást, hogy éppen kigyőzlek itt. Nagyon izgalmas. Így van. Na, kapcsoljuk is az elemzőket, megnézzük, meghallgatjuk, mit mondanak az öreg urak. Az ő csodás véleményeket, mit gondoltok a játékról? Persze. Hello. Jó, de jól néztek ki. Na, hát jó kis tilted endgame-et láthattunk, ez a másik véglet úgymond. Volt ugye Loot Lake, ami egy kihalt vidék, és akkor most meg Tilted Towers, ahol elvileg a nagy élet van. Hát itt kevésbé volt, egy duó érkezett le a meccs elején Tiltedbe, semmi probléma, a végjáték ide került. Hát Danóéknak ez lényegében, nem azt mondom, hogy ingyen win volt. Mondjuk, hogy kellett, mint egy falat kenyér. Nem volt ingyen win, mert azért megküzdöttek érte, de végül a vihar elvégezte a piszkos munkát a legvégén helyettük, mondjuk. Abszolút. Tehát igazából... 5-7 kill azért az nem ingyen win. Nem, abszolút. Ez egy megérdemelt win volt. Hozzáteszem azért, ez egy megérdemelt per szerencse win is volt egyébként, mert tehát azért nagyon jól tudtak lootolni, ugye, lootolni Tiltedbe, és utána elég jól helyezkedtek is, és szerencséjük is volt, mert ugye a kör is rájuk szűkül, folyamatosan high groundon voltak, tehát itt tudták most azt hozni, amit a selejtezőben, és ez nekik tényleg nagyon-nagyon kellett, hiszen hogyha ebben a játékban nem tudnak robbantani, akkor gyakorlatilag elúszott nekik ez a mérkőzés, tehát mondjuk ki. A másik, Shuffle-nek üzenem, hogy 10 pontot kap a 15. hely, megkérdezte neki. Úgyhogy, egy kill-el egyenlő. Igen, tehát pont. Én sajnáltam őket egyébként, mert tényleg ügyesek voltak végig. Hát nem úgy jött ki a lépés nyilvánvalóan, de ezt láthatjuk mondjuk Danóéknál is, hogy Danóéknál a selejtezőnél gyakorlatilag 3 meccsnél úgy jött ki nekik, ahogy akarták. Most nem, viszont most ez a meccs az összejött, az és ismételten, így van, és most ismételten az a helyzet, amiről beszéltünk, hogy még szorosabb lett a mezőny, tehát amit ti is mondtatok tulajdonképpen, hogy aki előrébb volt, az most hátrébb csúszott, aki hátrább, az előrébb jött, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt semmi, de tényleg semmi nincs eldöntve, és az utolsó mérkőzés lesz az, ahol minden csapat pontot fog tudni tenni a végére, hiszen minden nyitott még. Abszolút. Tehát most a Danóék is ezzel a winnel, meg nem tudom, 5-6-7-8 kill-el föl tudtak jönni a topba. Ha innen tudnak még egyet, akár meg is nyerhetik. De ez ugyanúgy vonatkozik másokra is. Pikóéknak egyébként most talán nem volt olyan sok kill-jük. Most ugye? Éppen nem. Eddig most mindig nem. Alkottak, de most ebben a körben nem láttuk olyan sokat, hogy bármit csináltak volna. Lehet, hogy hamar is meghaltak, nem tudom pontosan. Most egy kicsit lazára fogták. Ugye vége fele halt meg Pikó, tudod, Danóék a szamuráj csaj. Igen. Hogy Pikó egyedül van. És mennyi kill-je volt? Szerintem 2-3 nem volt. Akkor az megint egész jó volt egyébként. Nem volt rossz, jó volt a helyezés is, de nem olyan volt, mint az előző. Igen, tehát igen, most igen. Azért föl tudtak rájuk jönni. Jelen esetben mondjuk Danóék. Így van. Úgyhogy hát most megyünk egy kis szünetre. És akkor utána jövünk vissza az 5. mérkőzéssel. Azért lesz jó az 5. mérkőzés egyébként, mert hogy tényleg nem dölt el semmi. Tehát most olyan szinten szorosak a pontok, hogy ebből az 5. mérkőzés még bárki, aki benne van, mit tudom én, a top 10-be, vagy top 15-be, az még robbanthat. Így tehát bármi történhet. Úgyhogy... Aki az 5. mérkőzés megnyeri, az se biztos, hogy a kupát nyerte meg.
Ez így van, ez így van. Úgyhogy tényleg, tényleg nagyon-nagyon nyitott a mérkőzés, és szerintem ez tesz jót ennek a versenynek és ennek a játéknak is, hogy, hogy abszolút nyitott és folyamatosan izgalomban tud tartani. És higgyétek, sokkal jobb ez így, mint hogyha mit tudom én, lenne egy-két-három csapat, és igen, akkor azok gyakorlatilag vinelik az összeset. Itt tehát nincs annyi különbség a játékosok között, ezáltal baromi izgalmas meccseket tudnak majd tolni, úgyhogy kíváncsian várom az ötödik mérkőzést, hogy mi lesz belőle. Így van. Na megyünk is a szünetünkre, hamarosan visszatérünk.
Na hát, sziasztok srácok, bemutatom a fejes kollégát. Nincs teste, csak egy feje. Ez nagyon jó, ez nagyon bejön. Figyelj, nekem adja. Nekem adja egyébként. Na, hát srácok, visszajöttünk, itt vagyunk, sziasztok, hello mindenkinek, ott a cseten is, meg mindenki, aki nézi. És hát elérkeztünk az ötödik játékhoz, ahol is tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy mindenki fej-fej mellett halad. Fejetlenül, vagy éppen csak fejjel előre a falnak. A lényeg az, hogy tulajdonképpen az a durva, hogy semmi sem játszódott még le, és ez az utolsó game fogja eldönteni tulajdonképpen azt, hogy ki fog nyerni, úgyhogy aki itt most benne lesz a topban, az a végjátékban is ott lesz a topban, ezt mondhatjuk bátran. Ugye, fa? Mondj valamit. Nem rossz az, én megvenném. Szerintem 800 V-back. 2K? Hát igen, nem rossz. Jó, kicsit fejetlen vagy, de egyébként jó. Vagy fejes. Na mondd el, fejes kollega, hogy mi a véleményed, vagy mit vársz az ötödik mérkőzéstől? Ki nem mondta még? Ne veszítsd el a fejed sose. Bocsánat, itt test nélkül nehéz gondolkodni. Igen, hol a tested elment? Ja, értem. Jó. Na, hát srácok, lassacskán kezdődik a mérkőzés. Kezdődik az ötödik játék. Azt mondod, Levinéktől egy ötödik win. Én Shuffle-őket is várom a végére. Bár ezt elmondtam már három játék alatt is, talán az első kettőben jobban szerepeltek. Egyszerűen, hogy nagyszámok törvény alapján összejön most már. Abszolút, Danoiknak is most összejött. És hát meglátjuk. Tényleg most az van, az a helyzet állt elő. Itt néztük a pontokat, nyilván most már nem publikusak. De nézegettük itt a háttérben, és nagyon durván együtt van a mezőny. Tehát olyan szinten, hogy nagyon szinten bármi lehet tulajdonképpen. Úgyhogy én őszintén már annyira, közben Ruben elment borért, szóval én annyira meglepetést várok, megmondom őszintén, mert hogy teljes mértékben tulajdonképpen mindig más nyert, mindig más volt jó, mindig más ölt. Lehet, Danóik most dupláznak.
Abszolút, de ha nyerni akarnak, duplázniuk kell. Tehát nincs mese. Tehát, hogyha ezt meg akarják nyerni, akkor vinelni kell, de ez ugyanúgy vonatkozik másokra is. Tehát én azt gondolom, hogy Pikóék is ott lesznek a topban egyébként. Sőt, ha ezt ők is megnyerik, már pedig esélyük az van rá, azt a betyár mindenit, az a kéz. Az a kéz. Szóval, ha megnyerik, akkor tulajdonképpen akár meg is nyerhetik ezt a versenyt. Sőt. Ja, azt hittem, azt mondod, ha megnyerik. Még az is elképzelhető. Tehát itt, hogyha a topból nyel valaki, aki eddig mondjuk top volt, az instant. Szerintem, hogyha nyernek, akkor ők lesznek a győztes csapat ebben a meccsben most. Nem biztos. Nem biztos? Lehet, hogyha nyernek, csak másodikok lesznek. Akkor úgy ebben mondom, a meccsben. Ha nyernek, akkor Victory Royale-juk lesz. Lehet. Ez már így jó. Ha ők ha nyernek, akkor ők maradnak itt utoljára ebben a meccsben életben. Szerintem. Aha, jó. Most hova néztél? Rád. Egyfolytában rád nézek. Itt a bukód. Nagyon jó. Most azt hiszed, elhiszik, hogy itt vagyok. De várjál, most kéne rád tenni a fejhallgatót egyéb. Várjál kicsit, ezt tegyük már rá. Na hát srácok, ne haragudjatok, még várunk itt a lobbira, addig el. Oda, oda van. Mint a buláj. Hát ez nagyon kemény. Ez így jó. Na. Adod, ezt nem akarod látni. De látom, hát átlátok rajta. Szóval olyan, mint a pókember maszkom. Meg a szopóállarszom, ugyanúgy átlátok rajta. Nem rossz. A buli, hallod, ezt vissza kell majd nézni. Jó, látom minden. Tényleg látom. Tényleg, mondom, ugyan a többi állarcom is ilyen, átlátok rajta. Azt a Ruben, vagy Rubennek három szeme vagy van. Vasszabi, vagy mi a neve? Vagy lehet, hogy Vasszabi Ülit. Lehet, hogy Ruben, ezt soha nem tudhatjátok meg. Lehet, hogy Ruben mondjuk ott kint beszél az valahol. Az is lehet, hogy egy fantom vagyok. Igen. Kőbe. Ne, nem akarom, ezt nem akarom. Jó. Ezt nem akarom a nevemet. Na, hát srácok, nem tudom, mennyi idő van még a lobby kezdésig? Már indul a lobby. Hát én így nem tudom ezt csinálni, arra a kutyát, ez miért? Nagyon kemény. Ez nagyon durva. Én mindenképp izgalmas meccset várok. Igen? Úgyhogy nem tudom, Danóik lehet, hogy megint bekockáztatják ezt a tiltidet. Mit gondolsz? Nem tudom, Kacsó, nem tudom. Igazából most egy ilyen izé jut eszembe erről, ilyen, nem tudom. Bábozás? Igen, nagyon jó. Na, nem tudom, hogyha tippelnem kéne, akkor nem tudnék tippelni, megmondom őszintén, mert hogy full random az a dolog, és egyszerűen nem tudom. Uh-huh. Kérdés az, hogy Danóék most bemerik-e vállalni a tutit, hallgassuk Danót. Így már a meccset annyira nem látom. Nem lényeg, nem baj. El vagyok, köszönöm. Várja. Szűz Mária leplet leveszem egy kicsit addig. Visszatrolkodták! Lebuktál, látod? Mocskos csalók! Lebuktál. Na nem baj. Na, hát egyedül maradtam, srákok. Egy kéz a társam. Most nézzétek meg. Nézzétek, ezzel a kis kézzel kell. Az a bimbom, ne csavargass, tetya. Na nézzük, shuffle-ékat látjuk, idalékat játszunk, és látunk két kezet, meg Jusut. Na. Idal kidutolt egy bandást, az nem rossz, jó lesz majd. És... Igen, nem jön senki. Na, nézzük. Na, sáfülék, nézzük, hogy tudnak-e valamit alkotni. Egyelőre nem sok mindenje van, az a helyzet. Csak hát mondhatjuk, hogy semmi, mert igen. Én nem látok hát semmit. Legalább fejbe tud kólintani avval a kis bűzbombával valakit. Még mindig minket mutatnak? Ó, igen. Csak engem, meg a kezet. Ja, jó. Köszönjük. Na végre. Na ott a szárny. Hát, ha beadja a szárny. Hú. Én drukkolok, nekem egyébként, megmondom drukkolsz őszintén. Drukkolsz magadnak? Nem, nekem... Drukkolok nekem? Lebuktál már megint. Látod? Trollkodnak, a trollkodnak 9. Itt a stúdióban. Ja? Igen. Na, a lényeg az, hogy nekem egyébként, tudom, hogy nem lehet ilyen elfogultnak lenni, de nekem egyébként ez a Shuffle srác, ez egy szimpatikus srác. Egyébként, abszolút. A trikója is tetszik. Nagyon. Teljesen jó. Én nem izzadt szerintem annyira ebben. Nem, legalább nem büdösödik be otthon. Hát, de most nincs meleg amúgy sem. Nem tudom, elég szar az idő. Igen. Akkor, ja, lehet, hogy csak meg akartam mutatni, hogy és mikor beszélünk a Fortnite-ról, mint a játékról? Hát, Shuffle trikója után. Ja, jó. Ezt meg kell beszélni. Jó. Na. Danu és emlékszik, hogy a Riskybe jöttek, itt rengeteg a fém, szét tudnak csapkodni minden autót, és szét is fognak. Úgy néz ki, hogy más ide nem jött. Nem, szerencséjük van most is. Jó, és most azért azt vettem észre, hogy szerintem egyébként Danuék most kétszer is meg fogják gondolni, mit fognak csinálni. Most fog az a dolog lenni, hogy mennyire lesznek bevállalósak. Mert itt nekik
Ha nyerni akarnak, nyerni kell. Nincs más lehetőség. Nyerni kell. Tehát úgy kell mindent játszani, hogy a végén ott legyenek. Így van. A kérdés van. Az, hogy ezt hogy fogják tudni majd megoldani. A zöld pumpa. Ott egy zöld pumpa. Tényleg durva, hogy egyébként mennyit számít, hogy 100 vagy 60 emberrel indul el egy game. A Skid Mission nem volt olyan hely, ahova nem mentek volna. Itt pedig nagyon jól látni, hogy nincs testem konkrétan. Igen. Ugye? Hogy, viszed a prémet egyébként. Igen. Nagyon durva. Ez most szerintem izét fogunk ezzel csinálni, tradíciót most már. Az utolsó gémet mindig féltesttel kell majd közvetíteni. Vagy mindig egy-egy testrészt elrejtünk. Már van, amire nincs elég anyag. Igen, egyébként... Erre van egyébként most azt szerintem, hogy az egyik tested velük van. Tehát így a nyaktól lefelé ott vagy velük, és támogatod őket egy testtel, és csak a fejed van itt. Az lehet? Szerinted a nézők tudják, hogy itt van még a lepel alatt wasabi? Szerinted? Hát szerintem sejtik. Sejtenek valamit. Itt van. Túl boldog vagy, ez az igazság. Itt van, itt mutatom, csak nem látják. Wasabi egy fantom lett. Ez a helyzet jelen pillanatban. Ott mennek a szobaharcok Grizzlybe, jó ég. Egyébként vicces, hogy ezt mondjuk, de ez nagyon-nagyon fontos mérkőzés lesz egyébként, és szerintem itt rajtunk kívül mindenki szarrá stresszeli magát egyébként. Ja, miért rögsz itt mellettem, uram? Tuti biztos. Nézzük, a hangmérnök szakad. Igen. 60-30. Na nézzük, megy a fight, Shuffle-ék harcolnak, és Shuffle-éknak kellenek ezek a killek, ha még játékban ott akarnak maradni, úgyhogy test vagy nem test. Ennek meg kell, hogy legyen. Oda-vissza alapon. Mindkét csapatnak kell a kill, mindkét csapatnak kell a win. Oda néz. Ghost pékek, mondhatjuk szellem vagy phantom pékeknek is. Igen. Na nézzük. Gyűjtik a nyersanyagot. Igen, most azért nem mernek rájuk menni. Most az a helyzet áll fönt, hogy kell. Így van. Kell a win. Nem mehetnek rájuk ész nélkül, meg így főleg ott volt a kék pán, mondjuk azért Shuffle-nek most ott van a heavy-e. És szerintem Shuffle most az összes Shuffle-e. Shuffle-e se farka. Shuffle-e se lát. Ennyi. Shuffle-e se farka. Shuffle-e se farka egyébként, de menni kell. Tehát muszáj valamit növeszteni, hogy legyen. Vagy fület, vagy farkat növesz Shuffle, mert... Nagyon ki vagyunk már. Igen. Kell a win. Jönnek. Most szemedből a könyv. Sehol se lát, se fül. Igen, sehol se lát. Megindul itt. Na most nézzük, hogy mi lesz ebből. Megindultak, elhatároztak, egymásnak megy a két csapat. Sefű föl tudott menni egyébként High Groundra. Társa pedig ugye se farok, megindult. És megvan, aki ronkanul a kettő. Jó ronka. Ajjajjaj, szétrobbant a bomba. Hol a társam? Őt keresik, ők is. Próbálom én is hallani a kommunikációt, mert hogy lesz valami, de szerintem ők se tudják. A ronka úgy pusott, hogy társa nincs itt. Lehet, hogy nem volt társa? Elment a Bahamákra. Lehet, azt mondta, hogy jó, figyelj, menj oda egyedül, én elmegyek kempelni. Ott is ott van. Hátul kimegy. Taktikai várakozás. Mit csinál? Etinek nem sok hátul van. Hát szobabiznisz. Ujjjjjjjj, de nagyon szépen kijátszotta azt. Ajjajjaj. És senki ebből duplázhat. És ne. Ott a diszkó! Ha itt Shuffle is táncol, akkor meglátod. Akkor csak ugye ő is táncolt, bekapta ő is a táncot, mivel eltére közvetlen rádobta. Igen. Kis csontvesztest. Ez nagyon... Figyelj, az ötlet az nagyon jó volt. Így van. És majdnem meg tudta csinálni, úgyhogy GG tényleg, mert azért ez nagyon szép játék volt a sráctól. Hát Etinek amúgy meg kellett volna kerülni, szerintem hátulról egy szendvicsbe rakni még Shuffle-t. Na mindegy, jó volt így, úgyhogy Finn és Shady, nézzek, Pleasant is, Free. Ja nem, volt egy kill, volt itt volt, kill. Volt killjük, viszont nincs shield. Valószínűleg lefightolták, ha volt egyáltalán. Prisonben vannak. Épp, hogy taktikusan játszanánk, és ebben... Igen, túl gondolják. Azt gondolják, hogy túl gondolják. Nem baj. Csapjatok a homlokotokra, és szedjétek magatokat össze. Magukat blémelik. Igen. Ez jó, ez az ostorozás. Igen, igen, mert pusholod magad. Várjatok. Halló, shieldet. És ott a nagy shieldje. Ez a várjatok. Megkérdezte. Képzeletbeli barátok? Én szoktam hozzájuk is. Egyébként én is szoktam néha magamba beszélni. Meg szoktam beszélni magammal a dolgokat. Egyébként nem szoktad? Nem. Én megmondom őszintén, én... mostanában azt szoktam csinálni, hogy rájöttem arra, hogyha magamban megbeszélek minden játékot a meccs után, és hogyha vannak hibák, akkor azt tök jó ki lehet javítani. Például?
Például hogy érted magadban? Hát mondjuk például, amikor megnézem, hogy hogy haltam meg, és megpróbálom utána elgondolni, hogy, hogy mit lehetett volna másképp csinálni, és ebből szerintem nagyon sokat lehet fejlődni. Hát nekem ezzel ugye az a baj, hogy vannak barátaim, akikkel ezt megbeszéljem. Hát igen, de magadba kell azt elintézned tulajdonképpen, hogy azt legközelebb ne csináld úgy. Lehet, hogy a barátaid tudják, de ha te nem tudod, akkor az gond. Jó, vagy csak maradjak, tudom. Ja? Hát igen, igen, azért a profizmus látszik. De férni azért nézzen. Jajjajjajjajjaj, ledönti az egészet. Hát kénytelen, tehát muszáj valamit csinálni vele, hogy leboruljon ott az építmény, így van. És le is borította, de nem jó helyen van most férni barátunk. Mi volt ez a kutyavonyítás tőlem? Megijedtem magamtól, jó ég. Hát igen, igen, azért néha. Látod, erre való az, hogy kicsit megbeszéled magaddal, hogy mit igen. Nem. De, tudtam ennyit. Na nézzük ezek lesz a robbantin, én imádom ezeket a gránát, mert igen, ez, jó, na, ez is, most hasznos is volt. Nem kapta a fallingot. Mi hát lesz ez? Ez valami mesterépítész. Tuti Steppy. Vagy Levin. Nem tudom, de nagyon szépet harcolnak egymással, és aki ja, mindenki ja, ja. tud jönni... Finn valami nagyon passzív. Nem tudom. Igen, Piko Levin. Pikóék, Pikóék, Pikó volt off. Pikó. Akkor Pikó és Steppy, nézd már, találom. Hoppá, hoppá, az viszont elég érdekes, mert akkor Pikóéknak ezt le kell, tehát ha itt nyerni akarnak, Pikóknak kell ez a win. 2v1, 2v1. Pikónak nagyon-nagyon össze kell szedni magát, és a taktikállal very bad casual. Nézzük, mennyi fát szed föl, 8. Nem tudott már építeni, nem tudott már építeni. Igen. 88 tégla. Igen. Néztem, hogy miért nem épít Steppy bácsi, de hát rip. Hát Firnit most pusolja a Shady, ugyanis most ez tényleg neki köszönheti, és szép volt, és ha itt most nem taktikál van, akkor lehet, hogy ez a fight másképp ment. Egyébként most... Most jó de volt ott a P90, jó? Itt... Hát ott a P90, de jó, nem. Jó, amúgy igen, igen, itt most, most jól jött a most taktikál. Tegyük hozzá, hogy azért jött jól a taktikál, mert Steppy nem tudott építeni, és igen. Hagyta, hogy lőjék, igen. Szóval... Igen. Ez, szép volt, őszintén volt. Már kérdőről megmondom, hogy MNX, tehát, hogy ez mindig MNX. Na nézzük. Fölmentek megint a hegy tetejére. Hullos most egy fa. Másik, így van. Jól állnak, jól állnak. Teljesen. Pinre mennek, ez teljesen egyértelmű, nincs kill. Hát én azt mondom, hogy ha ezt megnyerik, akkor lehet megvan az összes. Nem biztos, de nagy eséllyel. Hát attól függ, hogy a többiek mit killálnak. Hát tolják az kocsit. Ide be fognak építeni szerintem. Illetve azok az emberek, akik eddig, vagy azok a csapatok, akik eddig jól szerepeltek, azok ebben a játékban hogy fognak szerepülni? Mert tényleg ez a legfontosabb mérkőzés most. Jó nyelő. És 35-en élnek. Az nem olyan sok. Nem. Teljesen jó. Hát mindenki valószínűleg arra volt, hogy itt robbantani kell. Ergo elkezdtek fájtolgatni az emberek. Így van, így van, így van. Tehát itt most unalmas várakozás lesz. Ők a nyertes, én firnék azok. Igen. Firnék azok. És tényleg firnék azok. Nem hazudok neked. Hát ez érdekes izé lesz, csata lesz, hogyha itt fölmernek jönni. Szerintem firnék kibekkelik. Ez... Nem fogják. A körbe, nem volt viszont... Firnék, hogy nyers, ilyen 4-600 nyersága volt. Két fejes. De milyen távolságból? Ez egy ilyen 150-es legalább. Nagyon szép. 150 méter minimum. Viszont MNX nem csinálgatja a challenge-eket, ahogy látom. Igen. Azt én most megcsinálnám, tehát ugye kezdtem, mert nem adja be, úgyhogy... Helyezés, nem megyünk most inkább. Igen, igen, elmennek a helyezés, és nagyon-nagyon jól teszik, tehát más lehetőség nincs. Ezt a meccset meg kell nyerni, hogyha meg akarják nyerni. 37-es lövés a kis szutykos testére. Na nézzük. Igen, nem. Most van az, hogy Danoék sem aktívak. Tehát szerintem most azért ott a para. Csak félre. Viszont Dano nagyon durván osztogatja azokat a helyiket folyamatosan. Nem, ez sima test. Sima 37-es? A 37-es az alapja. Ja persze, mert 70-et ad a izé, nem? Így van. Csak volt az elején, engem is bezavart az első lövésnél egy ilyen csengő hang, amikor fejest, azt nem tudom. Ura volt. De egyébként a damage-ből lehet azt testni. És az... Az a headé. Tehát ezt mondta csak előre már igen. Érezted, hogy... És próbálja Firnit lőni, de valószínűleg föl fogja igen. tudni. Nem, ott hagyja. És megvan Firni. A termászkóp. Én azt mondom, hogy... De majd úgyis menni kell arra egy picit, úgyhogy lehet, hogy lootolják bár, azt vagy maradnak itt a hegyen. Betyárját, igen. Ez a termál most nagyon adja.
Nem hittem volna egyébként, hogy el fogják tudni férnéket onnan lőni. Pedig csak hinni kell az egészben, igen, és megtörténik. És lásd. Löncspad. Arany heavy. Slurp. Kettő hát... slurp. Ne. Ujj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 
másiktól nem amúgy. Oda néz, RPG, RPG. Mind a kettőknél RPG, Etinél és Sefenél. Hát igen, csak no HP. Nagyon halk Sefenél. Nincs HP. Hátba is lövik? Ez nagyon rosszul néz ki. Ha ezt nem nyerik meg, akkor Liptop 3 szerintem. Igen, ennek kell, azt ott le kell lőni. Ha ott akarunk valamit még, akkor azt le... És le is lövi idalt. Igen. Alakul a molekula, most gondolom egy kicsit Sefül is meg... És megint hátba lövik! Encore megérkezett Sir Partyra. Érdekes. Encore. Az a gyerek lő le, aki előbb a chat-en megkérdezi, hogy visszanézhető lesz-e az adás. Ez igen. Stream snipe-ot gyanít, de hát a kétperces delay... Hát azért van ott delay egyébként, nyilvánvalóan azért... Jó, mérgesek vagyok persze, ilyenkor még. Persze, ilyenek. Benne van a pakliba, hogy ilyenkor... Persze, ilyenkor a családot akarjuk de... meg, igen, de... Ez van sajnos, ez be kell nyelni. Nyelni, igen. Ezt nyelni. Le kell nyelni. Tehát vagy le. Hát be vagy le, teljesen mindegy. Be kell kapni és le kell nyelni. Mert ezt szokták mondani, nem? Nyelni kell egy nagyot, jó, és tovább menni. Nem csak a benyelni az ilyen, nem tudom, mit tudsz benyelni? Hát a, tudod, mi nyer? Az automata a pénzt. Az biztos. Most kéne HP. Na nézzük, viszont MNX-nek fél HP-ja van. Ez milyen? Ez magyar? Nem akarom, csak olyan gyorsan beszél. Gyorsan mondjál, stresszel! Hát ja, figyelj, most, én is belennék parázva. Ő is le magad vízzel, aztán hajrá, mert nagyon jó vagy eddig, benne vagy a 23-ba. Ebből lehet egy jó meccs, drága Kenit. Na, ennek megörültek. Nagyon izgul vagy, nem tudom, hogy arabból egy gyors beszélni. Biztos vagyok benne, hogy izgul. Biztos vagyok benne. Hát itt, ha most nem mutat valamit, szerintem mi is kellőképpen felstresszeltük őket azzal, hogy itt most nagyon durván kell valamit csinálni ilyen, mindenkinek, ilyen. És biztos mindegyik őkben benne van a para. És felettünk, Tomé, és felettünk. Ez ugye, nem tudom, bújjunk be ide, néz, vagy mi? Igen, hova bújjunk, társam, hova bújjunk? Bújjunk be a WC-be. Nagyon figyelünk itt a kommunikációra. Igen, de nagyon fontos ilyenkor, hogy mit. Nagyon jó, nem egymással van a fájtok után szeretem hallgatni. Igen. A nyerő meg a vesztes oldalt. Igen. És nézd, tető. Oda néz. Tactics. Igen. Szedjük ki ezeket valakit, és ezek semmiink legyenek. Ez hát igen. Egy jó taktika. Igen. Ezzel megint előrébb mennek egy jó így pár van, helyet. Megy a kupola is. Ja. Igen. Ez tényleg jó, egyébként. Igen. Ilyet mi így csináltunk egyszer a skirmishen most a rával a múlt héten. Ez teljesen jó. Légy ki, legyen majd tetsz az esélyünk, bazdmeg. Legyen meg a mit mondod? Legyen meg az esélyünk, Gábor. Igen, most arra gondol, hogy a kör rájuk hát benne nyilván, legyenek. Ha benne vannak a körben, most figyelj, ez nagyon most, jó ha nem, figyelj, hallgass őket. Oké, nagyon jó. Figyelj, igazán nem kell sokat menni, ők ezek be is tudják építeni. Sefüléket sajnálom azért egy picit, hogy ott igen, ott megkapták megint a Sir Partyt, de hát ez hát van. Igen, Sefül, Sevin. Így van. Igen, sajnos. Itt még egy érdekes. Hát mindenhol megy most a izé a Kempi. Mindenkinek kell a pont. Igen. Sajnos nem halljuk, hogy mit beszélnek. Igen, mert altabom. Igen, közben Levin megölte Snozit. Olyan? Fogynak. Snoznak? Igen. Megy a kommunikáció, szerintem lejjebb vették direkt. Levin, nézd meg. Levin egy állat. Igen. Szubszit is. Levin, igen, hát ott volt egy fight. Donald és MNX azóta sem találkozott egy csapattal sem. De ez a szerencséjük egyébként, mert relatív jó HP-val tudnak bemenni. Nem dobja be 35-re a kis miniét még, hogy legyen 50. Így van, mert csak kettője van. Így van. És hogyha itt most lenne 4, akkor már instant, talán 3-nál is betolna. Igen, az énkor muszáj minden csinálni. Igen. De benyomta végül. Be. Szóltunk neki. Szívesen. Hát nem tudom, én lehet meghagytam volna. Attól hát, figyelme nincs. Az a baj, hogy nagyon sokszor van az, hogy 1-2-3-4-5 HP-val élet túl, és lehet, hogy az a kis shield az, ami éppen most meg fog menteni, úgy gondolta. Valamelyiknek eddig jól jön ki a cucc. Így van. Az a helyzet, megint. Ide építeni fognak a szélére, igen. A körnek a szélére egy bázist, szerintem. Inkább oda a high groundra. Fölmennek, így van. Inkább oda a high groundra. Igen.
Ott jobb oldalt, ha észreveszed, ott van egy másik építmény. Ott valószínűleg valaki már be van. Ami akár bal oldalt is, nem arra gondolt? Igen, de hát most már bal oldalt, hát igen. Igen. De hogyha megfordul, akkor meg mögötte lesz. Ilyetetlen. De nagyon jó vagy, hát ebben. Hát ez a világ rendje. Hogy jó vagy valamiben? Abszolút, abszolút. Mindenben is. Ó, igen. Megnézzük. Te mi volt ez a pervers szemetén? Tudom meg ez a malac röfögés. Ja, Istenem, Istenem. Na, lövöm. Bevállalod? Na, ennyi. Brother. Danó mindjárt úrja. Bevállaltam, igen. Hát ő nem kellett volna. Bekapta ő is. Figyelj, lövöm őket, puf. De arról nem volt szó, hogy vissza is lőnek. Ennyi. Igen, Danó most néz mindenhova. Nézi, milyen van, nézi, milyen lesz. Én megkérdeztem volna mondjuk Emenix-től, hogy mi a lootod. Ennyi. Hogy... hát igen. Jó, kezd el gélezni az egészet. Hát úgy láttam, Emenix-nek nem, nem maradt csak bandage, meg mehet kit. Nem, nem. Az nem megy el odáig. Hát előrébb kell menni. Így van. Na, úgy már jó. Úgy na nézzük, ez a fight nagyon sok mindent el fog dönteni Danóék jövőjéről. Ez is lehet a mi jövőnkről is. Igen. Nézzük. Lehet, hogy az egész világ sorsa ezen most fog múlni. Most ugye Danó dolga, hogy tartsa a nyomást, de most már nem fogja tudni, fel kell menni segíteni Emenixnek. Igen, Emenix mondta, hogy támad. Valahol bent bújnak, nem vigyázz, mert bent bújnak. Ó, az nagyon rossz, itt nem igen. Fogják megtalálni őket. Igen, és ráadásul itt bármi lehet, itt SMG fight lesz. Mennyi fád van? 500. Ú, az nem elég, az igen. Kevés. Nem, nem, csak annyi, kell semmi, bő, semmi más amúgy nincs. 500 fán van és nincs ennyi. Így jó. Itt ha hallanám. Igen. Itt egy poloska. Lehet, hogy egy rugóra jár az agyunk. Lehet. Mi van, ha elkezdünk itt picit bekotorni? Feljebb kotorni? Persze, én kotorni szokott én is. Vakondba szokta nyomni Emenix, ott hoppa, is van. Hoppa, hoppa. Ott a kotrogép. Na nézzük, ott lesz a kotrás. Oda néz. Nézzük azt a oda kotrás, néz. Két SMG feszül egymásnak. Oda egy néz. Objektumra. Hát ott azért az nagyon nyeli a fát. Nem ő. Viszont Danónak nincsen sok skulója, úgyhogy ezt túlságosan sokáig nem tudja csinálni. Nem tud sokáig kotorni. Igen, nem tudja így. Kotorni. És közben egy másikkal szépen fájtolgatnak. Gránátja sincs a gránátvetőben. Nincs. Húha, elég rippes szituáció itt nekik. Nem mondom, hogy a legjobb. Ezt a témát, ha meg tudnánk ölni, akik alattuk vannak, akkor lenne igen. Elég nyárság valószínűleg és lőszer is. Lehet, hogy be kéne vállalni all-in-be, hogy ledobnéd egy granyót, aztán szétrobbantani ezt, és aki alattad van, azt valahogy. Nagyon-nagyon szoros a helyzet, és igen, igen. De megint három csapat engem. Hát igen, igen, hát sokan vannak, igen. Levin. Faszomat már. Levin. Igen. Kis baby rage. Hát, figyelj, tehát ezt kell megszokni, tehát ez... Más, mások ezek a gémek, mint a szólós gémek. Itt, itt hátul is négy szemednek kell, hogy legyen. Nem bántjuk se, ezek nem. Nem, ez abszolút érthető ilyenkor persze. Egyébként ilyen helyzetben, viszont hát azt is meg kell érteni, hogy kívülről meg hát. Persze. Na nézzük, lesz a szerencséjük a droppa. 120. Levin, Danó, Emenix. Tép lesz a vége. És Levinéknek is elég jól sikerültek a dolgok. Hát, hát úgyhogy Levinék. Meglátjuk. Én azt mondom, megér... Levinéket tippeltem, ugye? Meccs elején. Két meccsel ezelőtt. Az volt a baj, mert megint menj már ki. Ők itt volt, valakik voltunk mögöttek, és még ő engem meg még a hegyről lőtt a levelet. Hallod? Igen. Emenix killeket akart. Igen. Az előbb, amikor Emenix killeket akart, akkor az egy... Hallod? Az Emenix megint a tetőn van, ott vannak a helyi lehetetek, megint rájuk szűkült az egész. Cheat. Flying hack. Ők ott voltak ugye, ugye itt annan okozik. Igen. És ott a Lavinék fájtolnak. Lavin. Lavin. Lavin is in the air. Azaz, azaz. Na nézzük, megy a kö... és ez Danóéknak nagyon-nagyon jó lehet. Szemét, de csalnak Danóék. Szemét, Emenix-ja. Ez nagyon-nagyon jó lett. Ez azt gondolom, hogy egy döntő fight is lehet talán. Nem Lavinét itt nyomja. Ott azért az fight most Emenix-nek. Nem, Danónak. És ott van a minigán. Na nézzük, mi lesz itt a jó. Klakkoltak. Hoppá! De papito! De, pa- de papito! Ez papito. És ott vannak.
Hát ugye neki a társa Lil Pump. Igen. Lil Petya, bocsánat. Igen. Lil Petya. Vasd, ő kicsoda? Nem is láttam még. Vasd, 1, 2, 3, 4, 5, 6, E, Q, Z, T, M, még nem is, ő innen nem jön le. E innen nem jön le. Nem. Mert leveszik majd onnan. Főleg, hogy itt marad, nézzen. Igen. Viszont elképzelhető, hogy Danoik most ezzel tudtak annyi pontot szerezni. És ott is van közben. Bocsánat, nem Lil Petya. Szétszed minket ez a játék, srácok, ne haragudjatok. Ez nagyon-nagyon szép játék volt itt a végén. Na nézzük Danót. Már lett, vagy 8 kéjű. Megint Danóékra szűkök! Csállak! Te annyira gonosz vagy egyébként. Nem, de megint ott vannak fönn a high grandon! Nyugodj meg. Nyugodj meg. Engedd el, engedd el, engedd el. Nyugodj meg. Figyelj, szerintem összességében nincs ez lejátszva. De vége abból van. A szempontból igen, és gratulálunk is a győztesnek, hiszen nagyon-nagyon sok pontot tudtak ezzel szerezni, és valószínűleg föl is jöttek. Viszont én Danó szemébe láttam egy kis csalódottságot egyébként. Hát egy ilyen kis... Igen, egy ilyen kis cukimókust. De ilyen... De nem, tehát hogy matek, szerintem, hogyha lematekozzák, akkor én azt gondolom, hogy várhatóak az élmezőnybe a mókuskák. Te megnyerték. Két vinnyük van, nem? Danóéknak egy. Egy vinnyük van. Egy vinnyük van, és egy fél jó játékuk. A tiltideset megnyerték, haló. És azt nyerték meg, igen, de az még mindig egy nálam, matek szerint. Tehát egy meg nulla, az egy. Biztos? Néha kettő. Na mindegy. A lényeg az, hogy hát meglátjuk, ki kell matekozni. Nem tudom, hogy mikor fogjuk megkapni a végeredményeket, de az biztos, hogy ez egy elég érdekes mérkőzés volt, és itt látszott Danóékon is az, hogy azért feszültek voltak. Át kell adni a helyünket az elemzőknek. Elemzők, szóljatok valamit. Adjuk át a szót a belezőknek. Brutális szerintem, hogy milyen gémeket látnunk a mai napon. Volt a legelső játék, amikor a stúdió teljes közösség azon gondolkodott, mi történt pontosan, amikor nem néztük a replayt. Volt a második meccses Campfire végződés. Meg most is valaki hát úgy nyerték meg a játékot, hogy valaki leesett konkrétan. Úgyhogy ez a mai nap szerintem a furcsa endingek napja volt. Mert az, hogy 5 meccsből 3 ilyen nagyon, nagyon furcsa módon ér véget, ez nagyon furcsa. Meg a baby rage-ek. Figyelj, most mondd azt, hogy nálad nincsenek baby rage-ek. Ugyanezt csinálod te az is. Ugyanezt csinálja mindenki egyébként. Mindig a high ground. Az enemire szűkül. Igen. Egy pixellemet mellé. De most mondjátok azt, most itt ülünk négyen, mindenki játszik a játékkal, mondjátok azt, hogy nem szoktatok rage-elni, srácok. Soha. Ne. Kérdez a nézőim. Ilyen eszembe se jut. Hogy? Na, erről van itt szó, és ezzel el is mondhatok szerintem mindent. Soha. Muszáj, én vagyok a jó zsarú, ti vagytok a rossz zsarú. Soha. Szóval nem tudom, én mondjatok valamit, nem tudom. Én jó teljesen... volt. Tényleg? Jó volt, színes volt a napunk ezekkel a vinekkel, ugyebár. Igen. Ez abszolút feltette a koronát a király fejére, ez a vén. Ja. És ki lesz a király? Ki lesz nagyon a király? Jó kérdés. Nagyon jó annyi kérdés. Annyi filmet láttunk itt most megcsillogni ez az 5 meccs alatt, hogy nem tudok egy egyértelmű ilyen top 3-at mondani, hogy kik fognak bekerülni. Nem. Számítok esetleg Steppiékre, számítok MNX-ékre, de semmit nem tudok biztosra mondani. Hát ez a jó ebben az egészben egyébként. Pont, ez nagyon, nagyon jó volt így. Hogy ez tényleg az volt, hogy az utolsó mind az 5 játékot más nyerte, és mind az 5 játékban más-más helyezésekkel voltak az adott csapatok. Így van. Tehát így van. Egyszer fent, egyszer lent, egyszer szerencse, pontosan, egyszer... Pontosan. De... Megmásza. Igen. Na, meséljetek tovább akkor. Mi átadjuk a szót a értőknek. És mi megköszönünk, vagy? Mi meg szerintem lassacskán, uram, akkor el is köszönünk, ugye? Úgyhogy srácok, a mi részünkről szerintem offoljuk. Ja. Én személy szerint nagyon szépen köszönöm, hogy részt vettem ezen a Jusu, nyári aki nem ütközeten. Jusu. Aki nem Jusu, igen, tehát nagyon-nagyon fontos srácok, hogy a Jusut Jusunak mondjuk. A Rubent meg Rubennek, a Wasabinak, a Heldiosz meg Heldeusznak. De mi ez a Wasabi? Wasabi. Szóval Ruben CZ. Na jó van, akkor átadjuk a szót. Cső. Legyetek jók. Szervusztok. Hát igen, elérkeztünk a nap végére. Csodás mindeket láthattunk, tényleg zseniális volt. Őszintén szóval Wasabi volt.
Ennyire színes végződésű magyar kupa vég? Nem, nem. Hát ugye ez a harmadik magyar kupa összességébe, és mindegyiket figyelembe kísértem, de szerintem ez a mai nap volt az eddig egyik legszínesebb. Bocsánat. Tehát ez volt az eddig egyik legszínesebb nap, mert rengetegféle ending volt, láttunk még egy bokrot is, úgyhogy borzalmasan jó volt szerintem mindegyik játék. Így van. Na, úgyhogy igazából mi el is köszönünk. A meccseket kiboncolgattuk. Na, jönnek a többiek is, mégiscsak ismét visszatérnek ide közénk. Na, úgyhogy mi megyünk is, számoljuk tovább a pontokat. Eredmény hirdetés, várhatóan kora este igyekszünk, átellenőrizzük, hogy ebbe a szoros mezőnybe is minden rendben legyen. Ebből adjam. Aztán a Discord csatornán, illetve majd cikkben értesülhet mindenki az eredményekről. Szervusztok! Hello! Till you get to where you're going, just research where you're going. A t-shirt where it's snowing, a preacher not quite knowing what he's saying, what he's saying. I don't wanna be around when you lose control. I don't wanna be around when you lose control. I don't wanna be around when you lose control. When you lose control, it's so hard to hold all this weight up. To say I told you so. Back, close your eyes and listen, look from somewhere different. I know that I've been slipping, I fold my tie and ribbon to hide my scars. That's how it starts. Ooh. I don't wanna be around when you lose control. I don't wanna be around when you lose control. I don't wanna be around when you lose control. When you lose control.